Harmadik rész. 1. A szürke galambot a Kazimír vonalaknak nevezett negatív energiakisülések pányvázták a Terra firmához most számára ez egy három hónapos utat jelentett a kvantumha ürességében. A gyümölcsösben szerzett sebei már begyógyultak, de a lélektani hatásaik tartósabbak voltak. Arra riadt álmaiból, hogy csikoltásokat hall. Verejtékezve és klaustrofóbiásan lebegett az alvókabin félhomájában, és az életfenntartó berendezések zümmögését hallgatta, miközben igyekezett kiverni a fejéből sárkobb alakját. Amint őt folytogatja, a gyümölcsfa virágainak illata kísértette álmában. Hangok suhantak végig a szürke galambon halucinációk, de pont úgy hangzottak, mint amikor Nestora nevét mondogatta éjszaka vagy egy pisztoly dörrenésére ébredt, majd rájött, hogy csak brok öngyilkossága visszhangzik a fejében. A benzinkút önkiszolgáló étterme, a vérpatak. Zenét hallgatott, hogy elnémítsa a végtelen csendben megjelenő hangokat. Ceruzával jegyzetelt, majd kitörölte az írásait Esperance, a Terminus a Librát követte, miközben maga előtt látta a kikristályosodott űrt. Amit hallott, annak nagyon nagy része különleges volt, felfoghatatlan. Hol van az Esperance? írta fel. Vissza tud térni oda az NSC. Poligont rajzolt egy ember hasára. Boncolás. Nikol, mintha felismerte volna őt előző este, de Kortni Gimként ismert fel, írta. Sauna azt mondta, hogy Hilde Krugger és Kopp Kortni Gimként azonosították. Elizabeth Remark írta fel, de ezt ki is radírozta. Majd ismét leírta, Remark. Hol van a Libra? Kiradírozta a kérdést. Mikor? A Black Valemérnökei, mérnökei, akik elindították a szürke galambot a mély vízbe, egy pillanattal később meglátták, hogy ismét megjelenik, noha most több mint egy évet leélt ez alatt az idő alatt. A földre vezető egynapos útszorongással töltötte el, mert Marian napjai most már élesben folytak. Hol lehet a lány? Már elveszett volna, és a holteste ott nyugszik az erdőben. Vagy él, és valahol máshol van. A szürke galamb behatolt a föld légkörébe, fellángolt, mint egy égőrost, majd az éjszaka leple alatt leszállt az Apollo szacsekre. Az NSC mérnökei kisegítették most a pilóta fülkéből, és átszállították a tiszta szobába, a bázis egyik lakosztályába, amely az Atlanti óceánra nézett. A három hónapos utat a kvantumhabban akár megfelelő karanténnak is lehetett tekinteni, ez elég idő volt ahhoz, hogy bármilyen egzotikus vírus, amelyet most esetleg elkapott a jövőben, inkubálódhasson, és elvégezhesse a munkáját. De az első pár óra a tiszta szobában még így is azzal telt, hogy vegyvédelmi öltözékben lévő orvosok vizsgálták át alaposan a testét. Betegségek nyomát keresve. Testnedv minták, vérvétel. Az utolsó orvos valamivel hajnali három után távozott. Most megfürdött, lemosta magáról a szürke galamb három hónapja cirkuláló levegőjét. Az elmúlt egy év során nem tűnt ugyan fel neki, hogy öregedett volna, de most észrevette. Amikor letörölt egy páracsíkot, hogy megvizsgálja magát a fürdőszobai tükörben. Döbbenetesen hasonlított az anyjára. Kicsit belezavarodott abba, hogy hány éves is lehet. Biológiailag a 40 közeledik, gondolta, de már elveszítette a fonalat. 39. Kronológiailag csak 27 évesnek kellene lennie. Törölköző csavart a hajára, egy másikat a testére. Már majdnem hajnali négy volt. Habozott a késői időpont miatt, de végül felhívta Brockmobiát. Halló, vette fel a férfi. Most szemeknyőbe lábadt a hangja hallatán még él, gondolta, miközben visszanyelte a könnyeit, és megkönnyebbült, hogy a férfi öngyilkossága nem bír nagyobb súlyjal egy álomnál. Brock, itt Shannon mondta, hol volt. Napok óta eltűnt. Színét sem láttam válaszolta a férfi, majd egy női hang szólalt meg halkan a háttérben, ki az, bébi. Brock él, a felesége él, a kislányai mélyen alszanak. Most lehunyta a szemét, és színes villanásokat látott, amelyek olyannak tűntek, mintha világítóerek lennének. Ezt ismerte, a kimerültség. Már egy éve, hogy Marian eltűnt nem is, csak hét napja. Nem tudok hosszan beszélni felelte, ma semmiképpen. Pár nap múlva visszatérek, de most figyeljen ide. Van egy tolla, egy pillanat. Igen, mondhatja. Járed bítak, Sárlokob. Karl Hildekrugger, Nikol Onyongó sorolta most. Nikol Onyongóval már beszéltünk felelte Brock, Nestor több órán átfaggatta, a panzióban megadott rendszáma alapján sikerült megtalálnia. Azonosította, hogy ő az a nő, aki az elrik Fleece-nél talált polaroidokon szerepel. Viszonya volt Murszultal, de a gyilkosságokhoz nincs köze. Zaklatott volt, de együttműködő, mindenre válaszolt, amit kérdeztünk tőle. Semmire nem jutottunk vele. Szükségünk van rá jelentette ki most. Azóta nem sikerült elérnünk felelte ami rossz hír volt. Most megpróbálta felidézni, hogy mi történik majd ezután. Nikolt kihallgatja az FBI, Nestor. De közben a férje, Jared Bítak fenyegetésekkel tartja sakban. Utána elbújt, jutott eszébe. Elérhetetlenné vált. Kérem, keressék tovább válaszolta, Többet tud, mint amennyit elmondott, elküldök valakit a lakására, hát ha ott találjuk felelte brok, a többiek kicsodák. Gyanúsítottak közölte vele mos, szerintem ők a gyilkosok, brok. Ők ölték meg Murszultot, a családját. Terjessze el a nevüket, állítsa elő őket. Azt nem tudom, melyik lőtte le konkrétan Murszultot, vagy melyikük rabolta el Mariant és a családját, de mindnyájan benne voltak. És most nagyon figyeljen! Azt szeretném, ha átkutatna egy helyszínt. Vigyen kutyás csapatot is, olyanokat, akiket emberi maradványok megtalálására képeztek ki. Hol? Van egy TR-31 jelzésű favágó út a Blackwater zuhatag néhány térképén, magyaráztam most, egy régi földút, könnyű elmenni mellette. Azon induljanak el felfelé, végül ki fognak érni egy tisztásra. És mit fogok ott találni? kérdezte Brock. Keressen kőhalmokat. Halottak emlékére szoktak ilyeneket emelni. Lapos kövekből álló apró kupacok. Tartsa nyitva a szemét. De nagyon fontos, konkrétan életbe vágó, hogy senki ne lássa meg az embereit. Megértette. Kutassa át azt a helyet, de senki nem láthatja meg. Én úgy gondolom, hogy a tettes vagy a tettesek eljártak vagy el fognak járni arra a helyre. Ha észreveszik magukat, akkor az egészet cseszhetjük. Mariant fogom ott megtalálni, kérdezte Brock. Most fejében már elkezdett halványulni a jövő, mintha csak könnyen illanó álomképekből állt volna, vagy az emlékei megtörtek volna a valóság partjain, és elmosódtak volna. Fázott, kimerült volt, és látomások jelentek meg lehúnyt szeme mögött élénk színekben. Maga előtt látta Nestort az erdőben, éjszaka, érezte a fenyőgyantát, a nedves kőszagot, milyen gyönyörű nyughely. Most, Marianról van szó, kérdezte Brock, nem tudom, mit fognak találni, válaszolta, abban reménykedem, hogy semmit. 16 órán keresztül aludt, amikor felébredt, átrágta magát a papírmunkán, amelyet az NSC minden ejp megkövetelt. A Paksamét a leginkább egy adóbevallásra hasonlított, tények és megalapozott meggyőződések beszámolója a 34-es adatlappal és az első 13 kiegészítésekkel. Az ő része a 116 oldal 6. oldalán kezdődött. Első kérdés, tanúja volt-e bárminek, ami veszélybe sodorhatja az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonságát. Most behúzta az első adatlapot egy elektromos írógépbe, megkereste a három üres sort. 1998. április 19-én írta az FBI CGS részlegének Clarksburgi, Nyugat-Virginia épületkomplexuma ellen bombatámadást fognak intézni. Ezren fognak meghalni a tűzoltórendszerbe vezetett szaringáztól. Másnap reggel gyors reggeli, utána jött a jelentés, egy tengerészgyalogos elszállította az lakó épületeinek az irodájába, ahol bevezették a tárgyalóba, egy szűk, mustárszínű kis helyiségbe. Egyetlen szék a hosszú asztal előtt, egy mikrofon, most neve a sátor alakú asztali névtáblán. Az NSC teljes Dálgreni vezetősége összegyűlt, beszélgettek. Most kiszúrta Annesley tengernagyot, aki majd kihallgatja. Látott pár különleges ügynököt az Ensis Norfolk irodájából is. Okonor is jelen volt, a 70-es éveiben járhatott, de elevennek tűnt. Az orra hatalmasra duzzadt, lila erek hálózták be. Ráncos homloka és a szeme alatti ráncok olyannak tűntek, mint egy kiszárat folyómedre. A férfi elmosolyodott, amikor meglátta, oda ment hozzá. A szeme egy fiatalabb férfié volt, korát meghazuttolóan kék színben csillogott. Mennyit voltál távol? kérdezte. 2015. szeptemberében érkeztem meg, tavaszig maradtam felelte most, az utazással együtt nagyjából egy évig, kicsit tovább. Ne felejtsd el lejelenteni a bérszámfejtésen, hogy beleszámítsák a nyugdíj kifizetéseit, betanácsolta Okonor. Beszélj a HR-rel, ha tudsz. Egyre közelebb van már, nem? A nyugdíjazásom. Azt hiszem, biológiailag olyan 39 éves lehetek válaszolta most, már csak pár év. Ha a középiskolai osztálytársaim meglátnának, azt hinnék. Nem tudom, mit hinnének. 12 évvel idősebb vagyok náluk. Azt hinnék, nem vigyáztam magamra. Okonor felnevetett, én idősebb vagyok a saját apámnál felelte. Az ilyesfajta beszámolókat informálisnak nevezték, de most, aki már hét korábbin túlesett, pontosan tudta, mekkora jelentőséggel bírnak. A teremben összegyűlt emberek fogják értékelni a teljesítményét a következő pár óra során, és ők döntik el, mennyire hatékony a munkája általánosságban. Ideges volt, kételkedett önmagában, kételkedett az emlékeiben, aggódott, hogy önellentmondásba keveredik. Egy kazetás magnót helyeztek az asztalra nem messze tőle, és egy gyorsíró is rögzítette a szavait. A haditengerészet képviselői úgy sorakoztak előtte, mint egy katonazenekar, mindnyájan sötétkék egyenruhát viseltek rengeteg aranypasománnyal. Figyelmesen bámulták, miközben most felolvasta a nyitó beszédét, az EEP -e összefoglalóját. Mesélt a USS Libra legénységeinek a bűneiről. A feltételezett zendülésről és Petrik Mursult és családja meggyilkolásában játszott feltételezett szerepükről. Annesli tenger nagy barátságos volt, de az agya úgy működött, mint egy ügyvédé. Alaposan kivallatta most, keresztkérdésekkel bombázta. Politikus volt, reagen emberei közé tartozott, apró szeme úgy csillogott, mint két kis drágakő, és még a közben is mosolygott. Hogy ízekre szedte most válaszait a harci kedve, csak akkor lankadt le egy kicsit, amikor a nő Elizabeth Remark halálát kezdte részletezni. Ennél a résznél érezhetően gyászos hangulat terült el a hallgatóságon a jelenlévők közül, a jelek szerint sokan személyesen ismerték Remarkot. A Libra parancsnokát Nikol szerint nyilvánosan kivégezték, és most azt is elmesélte, hogyan adogatták a holtestét kézről kézre a tengerészgyalogosok az ebédlőben. Annesley kíváncsi volt a librára, kíváncsian hallgatta meg másodszor is Nikol sztoriát az Esperancerról, és ellenőrizte, hogy az NDC 5055 tényleg a napraforgó galaxisban van-e. Vagyis a Libra hozta a Földre a Terminuszt. Most azt feltételezte, hogy a Libra a felelős vagy minden esetre az volt az első hajó, amely megfigyelhette a Terminuszt, nem pedig a USS Taurus, mint azt korábban gondolták. Mit gondol? Milyen volt a legénység életben maradt tagjainak a mentális állapota? Most elmesélte, mennyit bántalmazta Nikolti bitak, és azt is, hogy utána milyen problémái lettek a nőnek a kábítószerfüggőségtől. Annesli belekötött a válaszaiba, de nem időzött el túl hosszan ennél a résznél. Ehelyett azzal lepte meg most, hogy túláradó érdeklődést tanúsította a rák iránt, amit eredetileg csak azért említett meg hogy kicsit színesebbé tegye a beszámolóját. Mindent meg akart tudni az anyja rákbetegségéről, arról, hogy mikor diagnosztizálták, az első műtétjeiről arról, hogy ki gyógyította meg. És hogyan választották ki a klinikai tesztelésre. Úgy vettem ki a szavaiból, hogy azok, akiknek megfelelő biztosításuk van, egyszerűen besétálhatnak a klinikára, és kapnak három injekciót magyarázta célzatos kezelést a nanotehek segítségével. És ezt egy Fazal Systems nevű cég dolgozta ki, kérdezte Annesley, mire most megerősítette mindazt, amit korábban elmondott, kifejlesztette ki a gyógymódot, érdeklődött a férfi. Ismeri a szóban forgó orvosok bármelyikének a nevét. Sajnálom válaszolta most, de nem, a Fazal Systems kommunikációs rendszereket is kidolgozott, vagy csak az orvosi szektorban volt aktív. Szerintem csak az orvosiban próbált meg most mindent felidézni, amit a vállalatról hallott az EJP-ben, bármit, amiről akár mellékesen értesülhetett. Annak a tudósnak, akiről Brock mesélt, mintha lett volna valami köze a rák gyógymódjához. Egy ajtókból álló falat képzelje el. Eszébe jutott. Hogy Brock szerint a tudós a haditengerészet egyik kutatólaboratóriumában dolgozott, mielőtt orvostechnológiára váltott volna. Azt hiszem, a Fazal Systems valamilyen kapcsolatban állhat az nrl lel mondta, talán egy leányvállalata. Szerintem a haditengerészet tudósai dolgoztak a rákgyógyszerén, miután leszereltek. De abban a világban nem létezett az ambiens vagy az intelligens levegő, amennyiben erre kíváncsi egyik olyan környezeti nanotehátitatottság sem, ami olyan népszerű a többi EJP-ben. A legtöbben még mindig mobiltelefont használtak. De a rákot sikerült meggyógyítaniuk. Minden betegséget meggyógyítottak, érdeklődött Annesley. A Fazal Systems megoldotta az egészségügyet. Most felidézte az anyja ápolónőjének a szavait. Még léteztek betegségek, válaszolta. Az anyám ápolónője azt mondta, hogy gazdagnak kell lenni ahhoz, hogy örökké éljen az ember. A kihallgatás készfogások kavalkádjával zárult. Most ráébredt, hogy Annesli nem tett fel pár olyan kérdést, amelyekhez már hozzászokott, például azt, hogy melyik évre tették a terminuszt. Az ő EJP-ben közelebb került hozzájuk, 2067-re, de Annesli nem kérdezett rá. És a CGS robbantásról sem faggatta ki, döbbent rá, sem az endülésről. Lesz még dolga a papírmunkával, rengeteg űrlapot kell majd kitöltenie, mint azzal tisztában volt, és tudta. Hogy bármikor neki szegezhetnek még további kérdéseket, vagy részletesebb beszámolót kérhetnek az általataglalt dolgokról, de az admirális megszállottsága a rákkal kapcsolatban az. Hogy ilyen komoly figyelmet szentelt a Fazal Systemsnek, ami 1997-ben még nem is létezett meglepte. A beszámolói gyakran zárultak ilyesfajta kiábrándító bizonytalansággal azzal kapcsolatban, hogy mennyit segített a világon. A jövőbeli terrorista támadásokról, háborúkról. Gazdasági válságokról szóló jelentései tapasztalatai szerint nem gyakoroltak túl nagy hatást a megelőzésükre, sok olyan esemény, amelyre figyelmeztette az illetékeseket, mégis bekövetkezett. Amikor végig kellett néznie, amit megjósolt, mindig úgy érezte magát, mint egy amerikai kasszandra csak az a gondolat vígasztalta, hogy talán összetettebb politikai hatásmechanizmusokról van szó, mint amiről ő tudhat, ő csak ecsetvonásokat látott, soha nem a teljes festményt. Ügyes voltál, mondta neki Okonor, miután hazakísérte. Nem maradt sokáig, de elfogadott egy csésze kávét, és leült Mosszal a zárt hátsó kertbe, ahol a lassan bealkonyuló Atlanti óceán világított a homokos parton túl. Hét óra azokkal az emberekkel felelte, majdnem nyolc. Kimerültem. És soha nem tudom, mit, miért kérdeznek, mire akarnak kiukadni. Az NSC a szenátus felügyelete alatt tevékenykedik. És a szenátusnak megvannak a maga prioritásai, amelyek nem mindig esnek egybe a miénkkel, válaszolta okonor. Minden egyes EJP több millió dollárjába kerül az adófizetőknek. Úgy hallottam, hogy a tengernagy egyenesen egy vacsora megbeszélésre indult CC Charlie szenátorral, hogy beszámoljon a hallottakról. Hosszú este áll előtte. Beszéltem hildekruggerről és kobról, akik a legjobb esetben is gyilkosok, zendülést robbantottak ki a librán, és a tengernagyot ez, mintha nem is érdekelte volna panaszkodott most. Azok a gazemberek meggyilkolták a parancsnokukat, és ránk hozták a terminuszt. Lehet, hogy a Libra hozta a nyakunkra a terminuszt. De Annesli alig kérdezett valamit a Libráról vagy arról, amit Nikol onyongó mesélt nekem az esperanceról. Én arra készültem, hogy Nikolról fogok mesélni. Biztos vagyok benne, hogy Annesli számára fontos volt remárk. Mindnyájunknak az volt jelentette ki okonor. Te ismerted. Okos nő volt. Megcsillant a szeme, és azonnal tudtuk, hogy pár lépéssel előttünk jármosolygott okonor visszaemlékezés közben. Én nem ismertem túl jól. Csak pár közös gyakorlatunk volt. De emlékszem a róla szóló sztorikra. Végig lebegett a részlege folyosóin, mindent szemmel tartott, és mindenki izgult, mert tudták, hogy náluk is jobban ért ahhoz, amit csinálnak. Nagyon magasra tette a mércét, nagyon precíz volt. De türelmes. Mindenki az ő hajóján akart szolgálni. Nagyon nehéz volt végighallgatni, amit a haláláról mondtál. Én úgy láttam, mintha Annesley csak a rák nanotechnológiai gyógymódja érdekelte volna. Hát, soha nem lehet tudni, hogy Annesley milyen lapokat tartogat válaszolta Okonor. Lehet, hogy eleve hallott már a tiéddel egybevágó jelentéseket a libráról, vagy a beszámolódnak ellentmondó tények birtokában van. Egyébként is, Nikol Onyongó soha nem szolgált az NSC-nél, ami kicsit megbonyolítja a jogi helyzetét. Ez mit akar jelenteni? Á, Librán senkit nem hívtak Onyongónak, magyarázta Okonor, a többi név stimmelt, de Nikol Onyongói nem. Ő nem tengerészgyalogos volt. Sehol nincs nyoma az NSC-ben. Nem szolgált a haditengerészetnél. Az NSC arra tippel, hogy a Libra jövőjében szállt fedélzetre, ami elég szabályellenes. Csak találgatni tudunk a felől, hogy Remark miért engedélyezte ezt, de ez van. Nikol Onyongó nem létezik abban az értelemben, ahogy te vagy én. Most felzaklatta, meglepte, hogy Nikol nem a Terra firmában született. De az a furcsa sztori kenyáról. Amikor Nikol azt mondta, hogy Mombasa népe szívesen látta a Libra legénységét, hogy ő maga csak azután csatlakozott a parancsnokhoz. Hogy az apja közben járt az érdekében. Nikol potyautas volt egy olyan világból, amely soha nem jött létre. Moszon bizonytalanság futott végig. Nikol egy szellem, nem több a libra megszámlálhatatlan árnyainak egyikén él. És a többiek. Megtaláltad azokat a neveket, amelyeket megadtam. Ők szerepeltek a Libra legénységi név sorában, megtaláltuk őket, és Hilde Kruger érdekes eset felelte Okonor. A csillagnavigátor. Igen, a hajócelnavja erősítette meg Okonor, Vietnám. Az NSC előtt filozófiát és vallást tanult a Csikágói Egyetemen. A mesterképzésén írt szakdolgozata a viking halálkultuszokról és szertartásokról szólt, a fekete nap pogány szimbolikájáról. Egy részét elolvastam, de csupa szakmai zsargon. A körmökből készült hajó egy viking mítoszban szerepel jegyezte meg most, a világ végéhez van valami köze. Nincs Priusa folytatta Okonor. De két nagybátyja is belekeveredett a szuverén állampolgárok elnevezésű mozgalomba, és az egyiket életfolytiglanra ítélték, amiért agyonvert egy fekete férfit. A jelentésedben szereplő események azt sugalják, hogy Hilde Krugger is hasonlóan extremista nézeteket vallott. Lehet, igen, valószínűleg gondolkozott el most azon a rengeteg erőszakon, ami a Libra fedélzetén végbe ment, az endülésen, a vérontáson. Hilde Kruger és a követői, mindenkit megöltek a hajón mesélte, majd azzal folytatta, hogy valahogy túlélték a visszatérést a Terra firmára, valahogy visszautaztak. Rengeteg dolgot megtudott a Libra sorsáról, de úgy szaporodtak az eltűnt hajóval kapcsolatos kérdései, mint a gombák a sötétben. Letartóztatási parancsunk van Hildek Rugger, Kob, Bita és Nikol Onyongó ellen vette át a szót okonor. Megkeressük őket, és ki fogjuk vallatni ezeket az egyéneket murszultról és a Libráról. Én annak örülnék, ha elítélnék mindegyiküket, de nem csodálkoznék, ha vádalkú lenne a vége. Gyermekeket gyilkoltak tiltakozott most, meg fogják ölni Mariand is. Lehet, hogy az alány még él. Lehet, hogy náluk van. Shannon, tudnod kell, hogy amíg távol voltál, megváltoztak a dolgok, mi történt. A Terminus 2024-re ugrott. Alig 30 év múlva bekövetkezik felelte Okonor, a beszámolód előtt kaptuk az üzenetet, hogy a John F. Kennedy legénysége 2024-re teszi a terminuszt. A mi időnkre felelte most, a mi időnkre, a gyermekeink idejére. Már megszületett az utolsó nemzedék helyeselt okonor, lehet, hogy még meg tudjuk akadályozni, mondjuk ha. Lehet, válaszolta okonor egy olyan ember hangján, aki már belenyugodott a saját halálos életébe. Anneszli készen áll vádalkut kínálni Hildekruggyernek, Kobnak és a többi összeesküvőnek, aki előkerül, ha beszámolnak arról, miközük a terminushoz, és hol van az esperanz. Ez hülyeség és a haditengerészet zöld utat ad a Saigon művelethez folytatta Okonor, priorizálják, hogy kik lesznek azok a civilek, akik részt vehetnek az evakuációban, ha arra kerül a sor. A 30 év túl kevés idő. Az NSC azt az utasítást kapta, hogy szerelje fel a hajókat, és a fehér nap megjelenése után 48 órán belül álljon készen a kilövésre. Attól tartanak, hogy most már bármelyik pillanatban felbukkanhat. Visszahívtuk az ügynököket az alacsonyabb prioritású ügyekből, és átrendeltük őket saigomba. Az NSC olyan sok kormórantot akar, amennyi csak rendelkezésre áll. Hamarosan mindet lefoglalják. Most tiltakozni akart, de a félelem görcsbe rántotta a gyomrát pánik töltötte el, amiatt, hogy a fehérjuk ilyen közel van, 2024-ben. Mi fog történni, amikor megjelenik? Milliárdok emelkednek a levegőbe, hogy elevenen felboncolódjanak. Rémülten szétszaladnak, vagy csak állnak majd, és bámulnak. Olyan tehetetlennek érezte magát, mint egy gyermek. Képtelen volt felmérni a világ vége teljes spektrumát. Elképzelte a saigon műveletet, a kormúrant űrhajók hullámait, az egész NSC flottát a katonákkal, civilekkel. Zsenikkel és jó génállományokkal zsúfolt Blackwall-ben, ahonnan hajók indulnak, hogy megtalálják az új Földet. Minden egyes hajó az emberiség csírája lesz az emberiség kihalása közben. A menekülő hajókra gondolt, az elhagyott Földre, és egyre jobban elkeseredett attól, hogy mi mindent itt kell hagyniuk. Úgy érezte, mintha azt akarnák tőle, hogy hagyja a sorsára Mariant. Mit számít egyetlen élet az összes élettel szemben? Reményvesztettség kavargott a szívében. Marian életét fel kell áldozni a másokéért. De lehet, hogy még nem késett el. Biztos, hogy még nem késett el. A szíve újra dobogni kezdett Marianért, azért, hogy Marian még életben legyen, hogy Mariant még meg lehessen menteni. Másnap bocsátották el. Megkereste a furgonját a parkolóban, és meglepődött, hogy az akkumulátora még nem merült le, majd emlékeztette magát, hogy csak néhány nap telt el azóta, hogy leparkolt. Fenyőillatú autóillatosító és a protézisbélés bűz az ülés mögül, csak a régi kis fordja, de az ismerős szagok és az, hogy ismét volám mögé ülhet, megnyugtatták. Segítettek neki visszatérni a saját életébe a hosszú távollét után. A fő kapun hajtott ki az oceánai támaszpontról. A visszatérés a Terra firmába olyan volt, mintha másodszor lépne ugyanabba a folyóba, minden pontosan úgy nézett ki, mint amikor elment, de már nem ugyanolyannak tűnt. Bizonyos szempontból az 1997-es év reménytelenül elmaradottnak tűnt, elavultnak. Olyan volt oda visszatérni, mintha egy szegényebb országba utazott volna, ahol a divat, az autók, a technológia és az építészet évtizedekkel le van maradva. Nyolc órás kocsi út Ocsanától. Most háza a nyugat-virginiai Clarksburgtől északnyugatra volt, egy négy hektáros, vadvirágokkal benőtt tanyán. Csak egy hétnyi levél gyűlt össze a bedobó nyílás mögött. Kiválogatta a számlákat a reklámküldemények közül, majd pizsamát vett, és elhelyezkedett a bőrfoteljében. A videó felvette az X-aktákat a távollétében, hősével, Scalival a legújabb epizódban, de amikor a történet az űrhajók és egy 9 perces időkiesés felé kanyarodott, szorongeni kezdett. Megszólalt a telefonja, úgyhogy megállította a felvételt. Scali kimerevített arca felett csíkok jelentek meg. Találtunk valamit közölte vele Brock, Mariant, kérdezte most. Nem Mariant. Megtaláltuk a tisztást, semmi nem volt ott, kutyát is vittünk, és átkutattuk a környéket emberi maradványok után, de semmi. Túl korai, gondolta Mos. Mariant bármikor oda temethették a jelen és 2004 között, amikor az a két eltévedt ginszengyűjtő megtalálta a csontokat. Mosznak eszébe jutott valami az apjáról: az, ahogyan hagyta, hogy a kertészlág vize lecsorogjon a járdájukról, és csak nézte, hogyan ágazik el a víz rengeteg érre. Eltérő útvonalakra a repedések és a kövek között. A jövők is olyanok, mint azok a vízelágazások. Lehet, hogy Marian soha nem kerül abba az erdőbe. Kiszélesítettük a kutatási területet, folytatta Brock. És megtaláltuk az egyik kőkupacát nagyjából egy kilométerre észak-észak-nyugatra a megadott ponttól. Oda rendeltem két embert egy vadász lesz be, azt mondtam nekik: Merüljenek el a természetben pár napig! Mit találtak? Réni jelentette a dolgot felelte brok, kiszúrt egy fickót, amint kőkupacot épít, azonosították. Esélyünk sem volt rá abból a távolságból felelte brok. De Réni követte a célszemét, és kiderült, hogy egy fekete furgont vezet, egy GMC vandurát a 80-as évek elejéről. Kétszer is láttuk a furgont azon a környéken. Rendszám, kérdezte most, egy Richard Herrier nevű illető nevére van bejegyezve. Herrier, gondolta most elkeseredetten. Nem ismerem ezt a nevet, egy feknire felírta, Herrier, Richard, lehet, hogy ő tudja, hol van Marian. Shannon, én már beletettem ebbe a magam 50%-át felelte sőt, többet is. Adnia kell még valamit. Megalapozott indítékot. A puszta szavánál vagy a megérzéseinél valamivel többet. Különben ezeknek a fickóknak a védőügyvédje darabokra fog szedni minket, és kidobhatjuk a kukába azokat az információkat, amelyek elvezették magát hozzájuk. Nem molesztálhatunk valakit pusztán azért, mert kőkupacokat épít. Mit tud még? Csak bízzon bennem felelte most, de kétkedés fogta el. Semmilyen bizonyíték nem kapcsolta össze Marian holtestét a kőhalmokkal, mit tud még erről a fitkóról. Richard Herrierről kérdezte. A címét. Van Priusa. Bármi. Nincs Priusa. Hó tiszta. Harrier a Bridgorty Home dolgozik, a jármű a Bridgorty címére van bejegyezve. Házas, három gyermeke van, de az egyik emberem követte a furgont, és nagyon úgy tűnik, hogy a pasas az ideje egy részét egy Bakhanon nevű kisváros mellett álló házban tölti. Bakhanon visszhangozta most. Brock bediktálta neki a címet, a 151-es út mellett, a világa fejtetőre állt. Kirohant a konyhai csaphoz, és addig locsolta magára az egyre melegebb vizet, amíg az égetni nem kezdte. A fájdalom áthatolt kábulcságán. Ismerte azt a címet, Nestor címe volt, a fekete furgon tulajdonosa ugyanabba a házba járt, ahol ő fog lefeküdni Nestorral 19 évvel később. Oda megyek, mondta, muszáj megnéznem, most, várjon. A tornác a fahintaszékekkel, a séták a mezőn, Nestor szíve felett az anyai jegyek csillagképével miért ott, miért pontot. Magára kapta a farmerét a fegyvertokját. Elképzelte Nestort lehet, hogy Nestor nem tudta, gondolta. Lehet, hogy nem is áll még kapcsolatban azzal a Bakhannóni házzal, sőt, soha nem is fog. Lehet, hogy ez az egész csak véletlen egybeesés, a házak egyezése, mint Kortni házának az esetében. Elkeseredetten ragaszkodott magában ahhoz, hogy Nestor ártatlan, hogy ebben a pillanatban még ártatlan lehet, hogy akár mindig is ártatlan maradhat. Félórás autóút Clarksburgből Backhanomba éjfél után. Az üres vidéki utakon 160-ra gyorsított, miközben az erdőben eltemetett Marianra gondolt. Vad látomásai támadtak Nestorról, arról, hogy Nestor rabolta el Mariant, vagy ő ölte meg, Nestorról, ahogy a férfi évekkel később fog kinézni, Nestorról ebben a házban, Bakhanomban, itt, itt. Lekanyarodott a 151-esről a murvás kocsi felhajtóra, és hosszan csúszva lefékezett. Az előkertben egy körtefa állt, a tornác előtt sövény nőtt, de a ház minden egyéb tekintetben ugyanolyan volt, mint amilyen évekkel később lesz. Most kiszállt a furgonjából, és érzelmek kezdtek kavarogni benne az épület láttán. A ház közelében egy fekete furgon parkolt, oldalán vörös versenycsikkal. A pajta ajtaját megvilágította egy mozgásérzékelős reflektor, amelyet ő aktivált véletlenül. A pajta túloldalán egy kerék nélküli vinebágóált állt betontuskókon, ezt a kocsit már láttam. Gondolta Mos. Maga a ház sötét volt, de a nappali ablakaiban ott lüktetett a televízió kékfénye. Valaki otthon tartózkodott. Mos elővette a fegyverét. A furgon nem volt bezárva, és amikor felrántotta a hátsó ajtaját, kiderült, hogy tiszta vér az összes fala és a padlója, amelyen egy gyűrött nejlon és kötél hevert. Marian vére. Sejtette, hogy hol találja majd a lányt, eszébe jutott az oldalajtó elromlott zárja, amelyet Nestor soha nem javított meg. Benézett az oldalajtó ablakán, de a ház belseje túl sötét volt, úgyhogy összeszedte minden erejét, és belökte a nyílászárót, ami nagyot csattanva megadta magát. Hangos tévézaj, nyögdécselés. Szexhangok, hangok, mintha az emlékei vízhangját hallaná. Fegyvert elő, be a konyhába, a televízió fénye a linóleumon, be a nappaliba. Egy mesztelen férfi ült terpezben a kanapén, hátrahajtva a fejét. Egy nő térdelt a lába között és szopta, teste csupa narancsbőr és hájhurka volt, haja barna és kócos. Szövetségi ügynök. Le a padlóra mondta most, mindenki feküdjön a kibaszott padlóra. A nő felsikoltott, és a szívéhez kapott, Jézusom, Jézusom, Jézusom. Előre lendült, két melle meglibbent, széttárta maga előtt a kezét, belemarkolt a szőnyegbe. A férfi úgy ugrott fel a kanapéra, mintha patkányt látott volna, eltakarta magát egy diszpárnával, és bömbölni kezdett, miközben a testét megvilágította a Playboy csatorna leszbikus műsora. Jézusom, hölgyem, lenelőjön, lenelőjön, A nő haja egy szép napon olyanra szürkül majd, mint egy kormos gyapjú gombolyag Miss Ashley volt az, Ashley Bítak, Nikol anyósa a kibaszott padlóra, ismételte meg mos, mire a férfi térdre rogyott esli mellett, és szélesen széttárta két karját, fenekét a levegőbe meresztve. A nappali ugyanolyan volt, ami ennek mos ismerte, ugyanaz a tükör lógott a kandalló párkány felett, a halott Krisztus képe is ugyanott volt, mint akkor lesz, amikor majd Nestor éli. Mozban úgy üvöltött az értetlenség és a szívfájdalom, mint két sziréna. Marian, gondolta. Ez a név volt a horgonya. A férfit megbilincselte, de csak egy bilincs volt nála, úgyhogy eslejnek nem maradt. Hol van Mariam Mursult? kérdezte. Miss Esli, hol van? Mi folyik itt? kérdezte Esli. Milyen lány? Ez csak blöff. A kibaszott ügyvédemet akarom. Ki maga? Hol van a házkutatási parancsa? Bassza meg! Itt sem lehetne. Mariam Mursult ismételte meg most. Hol van? Maga. Hol van? Nem tudom, válaszolta a férfi, ez a bilincs túlszoros. A ruhámat akarom. Nem lenne szabad itt lennem, nekem feleségem van. Könyörgök, nem lenne szabad itt lennem. A feleségem meg fogja tudni. Hol van Mariam Mursult, kérdezte most ismét, immár kiabálva, de nem várta meg a válaszukat. Végigment a folyosón a hátsó szobák felé, a hálószobába, Nestor hálószobájába, ahol oly sok éjszakán vette le a ruháját és aludt. Fából készült fegyverállványok, puskák, gépfegyverek. A picsába mondta, amikor felismerte a német antikvitásokat, az Eagles Nest készletét, a fenébe, nem már, nem már, visszament a nappaliba, és ellenőrizte a fogjait, akik még mindig arccal lefelé feküdtek a szőnyegen. Megtalálta a pince ajtaját a konyha mellett, és lesétált, pedig tudta, hogy Miss Ashley nincs megbilincselve, és bármikor felkaphatja valamelyik náci lőfegyvert, hogy megtámadja őt odalent. Vagy amikor elindul felfelé. Marian, kiabált le. Marian, rendőrtiszt vagyok. Odalent vagy. Jelezd, ha idelent vagy. Könyörgök, mondj valamit. Dohos pince, klórszag. Egy fémtartó oszlop a középen lévő lefolyó mellett. Megbarnult rongyok és vérfoltok a betonpadlón, foltok a betonfalakon. Szájpekek, szíjak. Most elképzelte a fémoszlophoz kötözött lányt, a kezével a háta mögött. Barna foltok a klórral kiöblített mosdókagylóban. Mariant kikötözték itt, bántották. Dobogás a mennyezet felől. Most hallotta, hogy Esli és a férfi, Herrier futni kezdenek a picsába, gondolta, és a mennyezetre fogta a fegyverét azt latolgatva, hogy átlövi a padlódeszkákat, hát ha eltalálja a talpukat vagy az ágyékukat, amivel meg is tudná ölni őket. De ez nem lett volna indokolt fegyverhasználat. Leeresztette és a lépcsőre fogta a pisztolyát arra az esetre, ha meglátná rajta a lábukat, de csak az oldalajtó becsapódását hallotta, és tudta, hogy kimenekültek az épületből. Vett egy mély levegőt. Tisztában volt azzal, hogy hibákat követel. el. Felment a lépcsőn a konyhába, figyelt, de senkit sem látott. Kisétált az udvarra, ahol a pajta fényszórója fehérre festette az éjszakát. Miss Ashley és Herrier erre futhattak, gondolta, biztosan beindult rájuk a mozgásérzékelő. Lehet, hogy bementek a vinebágó túloldalán lévő pajtába. A vinebágó úgy nézett ki, mint ami mindig is ott állt, benőtték a gyomok. Amikor mos átkelt a gyepen, kinyílt az ajtaja, és egy férfi lépett ki belőle kék farmer, régi katonai bakancs, kigombolt olajzöld ing, kilátszó melkas. Nagy darab férfi, olcsó bundesliga frizurával. Kobb, döbbent rámos, húsz évvel fiatalabban, mint amikor ő először találkozott vele, amikor megküzdött vele a gyümölcsösben, és elvágta a torkát. Sárkobb, egyértelműen ő volt az. Egy fél literes sörös dobozt tartott a kezében, és hatalmas kortyokat ivott belőle, miközben a mezőt bámulta őt, nem látta meg, nem tudja, hogy ott van, ébret rámos, még nem. Bárhova is szaladt Miss Esli és a pasia, az nem a vinebágó volt. Szövetségi ügynök fogta mos a fegyverét kop tömeg középpontjára, miközben arra gondolt, hogy ha meghal, akkor kétszer is megölhetem a szemétládát le a földre. A kibaszott térdedre, Most! Most. Kobb elfintorodott. Sikerült meglepnie. A férfi lerakta a sörét a lakókocsi lépcsőjére, és feltette a kezét, de nem térdelt le. Ez az ember egy idegen bolygón járt, gondolta Mos. Ez az ember látta, ahogy a barátai a levegőbe emelkednek, és levetik a bőrüket. Szirénákat hallott a 151-esről, távoli kékfényeket vett észre. Brock biztosan értesítette a Bakhannóni rendőrőrsöt, amikor rájött, hogy ő egyedül készül idejönni. Van házkutatási parancsa, hölgyem, kérdezte Kob kimérten, szinte higgadtan. A hangja zavarba hozta most, aki úgy érezte, kicsúszik a kezéből az irányítás. Térdre ismételte meg, és tartsa szem előtt a kezét. Maga nyomorék állapította meg Kobb. A mozgásérzékelős fényszóró kialudt, korom sötét lett. A férfi futásnak eret most hallotta, hogy beszalad a vinebágó mögé. Utána azt is hallotta, hogy elrohan mögötte a mezőn, és tudta, hogy képtelen lenne utolérni a magas fűben. Mindenki megszökött, úgy érezte, mintha mindenki folyna a kezéből. Torkolat tűz fénye törte meg a sötétséget, egy automata fegyveré. Golyók fütyültek el most feje felett, és becsapódtak mögötte a sárba. A sötétség mentette meg, a lövöldöző nem látta őt, nem tudta, hol van, úgyhogy a fű bevetette magát, mire a második sorozat is felropogott. Látta, hogy a torkolattűz a vinebágó ablakában villog, ráfogta a pisztolyát. Lőt, majd még egyszer, és még egyszer. A szirénák megérkeztek a kocsi felhajtóra, kék fényhullámba borították a pajtát és a lakókocsit, legalább fél tucatnyian voltak, és továbbiak is jöttek. Egy újabb sorozat harapott a kocsikba, szélvédők csörömpöltek. Senon, hallotta most. Nestor szállt ki az egyik autóból. A nő ráfogta a fegyverét a melkasára, könnyedén el tudta volna találni ebből a távolságból, érezte, ahogy megfeszül az ujja a ravaszon. Én vagyok, az mondta a férfi. Letérdelt a kocsi a nyitott ajtaja mögé. FBI mellény volt rajta, kezében a fegyverét szorongatta. Most csak a fegyvert látta. Ez az ő háza. Ez az ő háza lesz. Shannon, én vagyok az, Nestor. Kérlek, engedd le a pisztolyod. Most köré visszatért a világ. Nestor még fiatal, még az FBI-nál dolgozik. Egy ember, gyalog, a mezőn átmondta, ketten szökésben, valószínűleg még a birtok területén vannak. Az egyikük meg van bilincselve. A lövöldöző a lakókocsiban van. Az automata fegyver felropogott. Választűz a rendőrség irányából, több száz golyó csapódott a vinebagóba. Nestor kiürítette a tárát, de a lakókocsiból egy újabb sorozat érkezett. Golyók csapódtak a kocsi szélvédőjébe és ajtajába, majd Nestor melkasába. A férfi felkiáltott, és a fűre rogyott. Most kiürítette a pisztolyát a lakókocsira. Újra töltött. Ismét lőtt. Valaki felkiáltott, a lövöldözőt eltalálták. Nestor élt. Feltérdelt. A pólója újja szakadt volt, csupa vér. Mellény mondta, jól vagyok. Mellény van rajtam. Megkönnyebbülés, hogy Nestornak nem esett baja. Az egyenruhások szétszaladtak a gyepen egy bakhannóni osztag és az állami rendőrök. Nestor a pisztolyával a bal kezében a vinebágó felé indult, jobb keze ernyetten lógott. Most követte. A férfi oldalról közelítette meg az ajtót, majd feltépte. Most vért látott. Fellépett a lépcsőre. Vérfoltok a padlón, a teakonyhában. Nestor követte a teakonyha mellett a hálófülkébe. A vinebágó oldalát szitává a golyók, a belső térbe beszűrődött a pajta lámpájának fénye. A fegyveres az ágyon hevert félmeztelenül, véresen. Egy tetoválás volt a melkasán, egy széttárt szárnyú szírtisas. Jared Bítak, döbbent rá mos. A férfi szájából vérbugyogott, és a melkasi sebeiben is a szörcsögött, ahogy lélegezni próbált. Szorítsuk le, mondta mos. Keresett egy takaród, és a férfi melkasára préselte, de tudta, hogy meg fog halni. A sebesült vért köhögött fel. Túl csúszós volt a melkasa, úgyhogy most megtörölgette, és ismét megpróbálta elszorítani a vérzést, de érezte, hogy bítak teste elernyed. Át kell néznünk a pajtát adta fel a küzdelmet. Marian itt van, vagy itt volt. A pajta ajtaján lánc és lakat volt. Az egyik állami rendőr kivett a csomagtartójából egy erővágót, szétpattintotta a láncot, kitárta az ajtót. A reflektor fényében egy citromsárga Rider furgon jelent meg pár év múlva elrosdál. Elhagyatva fog üldögélni egy mezőn, és a sétautunk végét fogja jelezni. Nestor követte a pajtába és azt kérdezte: Mi ez az egész? Valaki megtalálta a villanykapcsolót. A mennyezeten egy sor neoncső futott végig, amelyek megvilágították a rozsdamentes acélhordókat és műanyag tartályokat, az üvegedényeket. A palackokat és csőrösedényeket. A pajta úgy nézett ki belülről, mint egy metamfetamin laboratórium. Mindenki kifelé mondta Nestor, mozogjatok, nem, kérem az erővágót felelte most. Levágta az árat a Ryder hátsó ajtajáról, kitárta, és azonnal melkason vágta a rothadásszag. Ő is úgy érezte, hogy mindjárt elhányja magát, de egy megyei zsaru konkrétan öklendezni kezdett. Egy kupac holtest rothadozott a furgon hátuljában. A szemük helyén sebb volt, a bőrük megégett kilátszott a húsuk, a szájukat pedig majdnem összeforrasztotta a rengeteg hólyag és heg. Istenem, mondta Mos, Istenem, Istenem! Meglátta a lányt. Elkezdett bemászni a furgomba, de Nestor elkapta a vállát, és visszahúzta, engedj el, mondta Mos. Vegyszerek, válaszolta Nestor, nem szabad belélegezned. A lány is a halottak között volt. A feje annyira megégett, hogy holló fekete hajából csak pár tint maradt. A fogai kilátszottak az arca lyukain. Testének csak pár foltja őrizte meg a fiatal lányok bőrének puha simaságát, a többi csupa ránc és barázda volt a hegektől és sebektől, és olyan sok kukac borította. Mint ha valaki rist szórt volna rá. Marian! 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 Hozz egy takarót, kiabált hátra Nestornak, mentőt kell hívnunk. Kérlek, hívi mentőt, ez a helyiség egy gázkamra válaszolta Nestor, gyereki. Mossa melkasába temette az arcát, zokogni kezdett, és hagyta, hogy a férfi kivezesse a pajtából. A füvön élénken villogott a szirénák fénye, a rendőrök felaláró hangáltak körülöttük. De a holtestek hallatán némaság borult rájuk. Á, halottak többen vannak, mint az élők szólalt meg Nestor, apám mindig ezt mondogatta. De azt is elmondta, hogy a végén mindnyájan új testet kapunk, fénytestünk lesz. Milyen dicső dolog újjászületni Istenben. A halottak új testet kapnak. Most elhúzódott tőle. Senkinek nem szabad meglátnia, hogy ölelgetik, itt semmiképpen nem akarta, hogy ezek a rendőrök azt lássák, hogy tutújgatni kell az egyetlen nőt a helyszínen. Megtörölte a szemét. Hiszel a test feltámadásában, kérdezte Nestor, annak a gyermeknek a kedvéért kérlek, higgy benne. Most elképzelte, ahogy a halottak teljes történelmi sora kimászik a föld alól, hogy megfürödjön Isten dicsőségében, és átvegye új, fényből szőtt testét. Elképzelte, amint a Ryder hátuljában fekvő holtestek új, fájdalmat soha nem látott testet kapnak. Szirénák és motorhang, két terepjáró érkezett a mezőre. Új fénytestek milyen naív remény, gyermeki álom. Valaki megérintette a kezét, és mosbrok barna szemét látta maga előtt. Ezek a szemek tanúi voltak már fájdalomnak, most mégis megtörtek a keserűségtől. Ezek a szemek még mindig valamiféle békében reménykedtek. Kettő egy újabb bűntény helyszíne kettőződött meg benne. A Krikit a múltjával, ez a Bakhannóni háza jövőjével. Egy hamis jövővel, mondta magának. Cserben hagytam. A kudarc valóságos volt, Marian halálának a véglegessége ólom nehéz, folytogató. Túl későn értem ide ahhoz, hogy megmenthessem. Elkéstem. Egyedül időzött a tornácon, a hatalmas kert a sötétség tava volt. Hiszel a test feltámadásában, kérdezte Nestor annak idején. Az árnyékos gyep túloldalán egy mentőautó éles fényei világítottak. Most azt figyelte, ahogy a mentősök ellátják Nestort. A férfi jobb bicepszén átment egy golyó a tűzharc során. Levették róla a pólót, ami alól előbukkantak a melkasán lévő véraláfutások, lila foltok, ahol a golyók a mellényébe csapódtak. A szélükön vörös duzzanatok. Beviszik a esté Joseph kórházba, és megnézik, nincs-e belső vérzése. Nestor, miért költöztél ide? Pont ide. A férfi arcát figyelte a mentőautó fényében. Nestor együtt nevetgélt a mentőssel, aki ellenőrizte a kötéseit, sokkal fiatalabbnak tűnt. Ez nem ugyanaz a férfi, akit ő ismer, ez csak az árnyéka, aki most még nála is fiatalabb. És ártatlan, bármilyen szálak is fogják később behez a helyhez fűzni. Miután megtalálták Mariant, elkapta Nestort odakint a körtefa mellett, megkérdezte, hogy ismeri-e ezt a házat, de nem, Nestor soha nem járt itt, még soha nem volt bakhanomban sem. De akkor már tudni fogsz Marianról, gondolta most, amikor mi együtt leszünk. Az a sok éjszakája itt a férfival, aki tudta, hogy a földet Marian vére szennyezi. Mos rosszul volt a vele kapcsolatos emlékeitől, szégyelte magát. Nestor akkor gyönyörű volt, a közös életük idilli, de ez lett a vége, hat hulla egy Ryder furgon hátuljában. Nestor mentőautója elindult a birtokról, és most figyelte, ahogy a szirénái vörösen felvillannak, távolodni kezdenek. Gyermekkorában megtudott egy érdekességet, valaki elmondta neki, hogy soha nem fog tudni tizenegyszer félbehajtani egy papírlapot, bármekkora is. Ő sokáig próbálkozott lehelet vékony újságpapírokkal, hatalmas négyszögekkel, csak hajtogatott, de soha nem sikerült eljutnia a tizenegyig, az utolsó hajtások miniatűrök voltak és nehezek. A papír egy apró téglává ment össze. Most az élete rétegei hajtódtak egymásra, Nestor háza és az a ház, ahol Marian meghalt, Kortni háza és az a ház, ahol Marian családja halt meg. Az érzelmei kavarogtak, és maguk alá gyűrték, úgyhogy megpróbált úgy tekinteni az életére, mint azokra a hatalmas, összehajtogatott papírokra, mintha óriás vitorlákat hajtogatna egyre kisebbre. Amíg egy apró téglává nem tömöríti az érzelmeit hajtások nélkül, a közepén gyémánt kemény szívvel. A tömeggyilkosság felfedezését feszült órák követték, a helyszínelők és a nyomozók alig várták, hogy végre hozzáférhessenek a büntény helyszínéhez. Az állami és a megyei orvos szakértőket viszont arra utasították, hogy várakozzanak ölbetett kézzel. Eleinte senki nem tudta biztosan, milyen vegyi anyagok is vannak a pajtában, a műanyag tartályokban, és a laboratóriumi eszközök célja is kérdéses volt úgyhogy Brock elővigyázatosságból kiürítette a környéket. A kérésére Underwood kormányzó segítségért folyamodott a legközelebbi tűzszerészosztakhoz, a nyugat-virginiai hadsereg nemzeti gárádjának a 753-as egységéhez. Teljes zárlat volt, amíg a kipárnázott páncélt viselő gárdisták a pajtában dolgoztak mocsárzöld teherautóik sora egészen a 151-esig leért, a motorjuk üresben dorombolt, dízelgőzt pufogtatva. A ház bejárható volt, a pincét leszalagozták, a foltokat megjelölték. Az ingatlan Miss Ashley tulajdonában volt, aki tíz évvel azelőtt vásárolta meg. A nő ott élt a házban, miközben a fogjai a pincében nyomorogtak. Etette, tisztán tartotta őket. Most felismerte a kezenyomát a helyiségekben, színes üvegek az ablakpárkányokon, tányérok a mosogatóban, néhány év múlva ő is ezekről eszik majd. A halott Krisztust ábrázoló kép furcsa volt. Az ügynökök leltárt készítettek a hálószobában lévő náci kegytárgyakról, a fegyverekről, bajonettekről, a vállapokról, az üvegdobozban tartott zászlókról. A jövőben Nestor azt mondta Mosznak, hogy ezek az apja fegyverei hazudott. A vállapok emlékeztették arra, hogy mi találhat még itt egy olyan épületben, ahol Jared Bítak és Charles Cobb is rendszeresen megfordult, úgyhogy kinyitogatta a szekrényeket és a fiókokat. Átkutatta az ágy alatt talált dobozokat abban reménykedve, hogy valami librával kapcsolatos bizonyítékot talál, egy repülős vállapot vagy azt a fotóalbumot. Amit a gyümölcsösben lévő házban lapozott végig de csak régi cipők, ékszerek, nyugták, számlák, orvosi zárójelentések kerültek elő. Semmit nem talált. Hajnalodni kezdett. A gyep felett térdig érő köd lebeget, a táj olyannak tűnt, mintha vizezett tejjel volna le. Időközben odaért Charlestonból egy kutató és mentőcsapat, a tetemkereső kutya és a gazdája bejárták a birtokot, majd kimentek az oldalkertbe, ami tele volt földhalmokkal és majd egy szép napon vadvirágokkal lesz tele. Némi riadalom, amikor a kutya mozdulatlanná vált, és maga elé merett. Ásós férfiak, végül egy kotrógép. 22 ember maradványait találták meg, akiknek a bőre cseppfolyósá vált a lúgtól. Ők is a riderben haltak meg, és a kertben lettek eltemetve. Brock rátalált mosra, aki az ásást figyelte. A férfi nem is leplezte a kimerültségét, ahogy az első találkozásuk alkalmával sem a Cricket Woody házban, amikor átkelt a fémlapokon a vér felett kilúgozottnak tűnt, a szeme csüggett volt. De még nem tört meg, nem lett olyan, ami ennek mossa jövőben látta. Itt még önmaga úra volt, higgadt. A helyszínelők, a bakhannóni zsaruk és a zöldbe öltözött gárdisták mintha körülötte forogtak volna, és csak szellemek lettek volna a hajnali párában. Senon, maga egy darásfészekbe bedugta a kezét, szólalt meg a férfi, végeztek a pajtával. Mi van benne? Vegyi fegyverek, felelte Brock, nem, még nem végeztek. Az egész napot ott fogják tölteni. Detonátorok, C4, és vegyszerek, miről van szó, Brock? Szarinról, mustárgázról, kis adagokban. Ricinről, ebolát is találtak, sorolta Brock. Arra tippelünk, hogy kis dózisokat állítottak elő különböző hatóanyagokból, és a furgomban tesztelték a hatásukat, a riderben. Vagy a szétszórás módszerét, hogy kiderítsék, hogyan tudnak halálos mennyiséget közvetíteni. Egy 17 éves lányon tesztelték jegyezte meg mos, Jézusom. Azt a japán szektát másolhatták pár évvel ezelőttről találgatott brok, legalábbis a szaringyártást illetően. Nem sokára ideérnek azok, akik együttműködtek Tokióval a nyomozás során. Meg akarják nézni, amit találtunk. Szarina Tokiói metrójáratokban. Most emlékezett a hírműsorokra. Az a szarin folyékony volt, és nejlontasakokban tárolták, amelyeket a terroristák ledobtak a metró padlójára, majd esernyővégekkel felszúrták. A gáz beszivárgott a levegőbe. Elviszek magammal egy csapatot Blackwaterbe, oda, ahol a kőkupacokat találtuk folytatta Brock, a kutyásokat is magammal viszem. A tetem keresőt, átvésülünk egy nagyobb területet. De tudnom kell, mit tudott erről a helyről, Shannon. Minden információra szükségem van. Én segíteni akarok magának felelte most. Kőkupacok a vadonban. Azt hitte, a kőhalmok Marian sírját jelölik, azt, hogy holásták el, de Marian itt volt. Mit jelöltek a kövek? Más áldozatokat. Hatan voltak a Ryderben, hárman a cricketwoodon, fleece a tükrös szobában és mursult a blackwaternél, azok, akiket az udvarban temettek el. Egyre hátborzongatóbb az egész, mint amikor az ember egy maréknyi kukacot fedez fel egy döglött kutya szívében. Elmondom, amit tudok, de még mindig utol kell érnem az eseményeket. Jöjjön velem! Kíváncsi lennék a véleményére valamivel kapcsolatban. Kísértetiz látvány volt, ahogy a vinebágó kiemelkedett a tejszerű ködből. Mosznak eszébe jutott, honnan emlékezett a lakókocsira, Miss eslejénél látta porral borítva a gyümölcsösben. Háromszáz golyó a legvisszafogottabb becslések szerint is vezette be Brock a belső térbe. A vinebágó egész fala szitaszerű volt a lövedékektől, de őt csak négyszer találták el. Tudja, ki ez? Igen lépett oda mossa hálófülkében lévő hullához a konyhasarkon keresztül, Jared Bítaknak hívták, kollégája. Haditengerészet válaszolta Mos, NSC, mint mursult, Bítak holt este viaszosznak tűnt, hűlőben volt, még nem hűlt ki teljesen. Nikol egyszer megvallotta neki, hogy Jared Bítak a tetoválásával vette le a lábáról, Mos olyannak látta a rajzot, mint egy ponciat Firebird logója. Egy másik tetoválás is volt a férfin, egy írás, novus ordo seclorum, új világrend. Mossa haldokló földkorára gondolt, amikor majd piramisok vándorolnak vizet keresve, de erre a korra is gondolt, a paranoiásokéra, akik hisznek az új világrend eljövetelében, egy világkormányban, amely rabszolgaságban tartja az emberiséget. Két golyónyom a melkason, egy harmadik a nyakon, a negyediket nem találta. Jared Bítak vére átáztatta az ágymatracát. A szeme félig le volt hunyva. A nyugat-virginiai állami halottként fel fogja boncolni, és mozban felmerült a kérdés, hogy vajon megtalálják-e annak a pajzsmirigyráknak a jeleit, ami elvette volna az életét. Jared Nikol onyongó férje, a nő eltűnt, válaszolta Brock, a kérésére odaküldtem egy csapatot a lakásához. A munkahelyén sem jelent meg. Eltűnt víz hangozta most, miközben felidézte Nikol üveges tekintetét, a menhettanyjét, a két parlája ment felfelé kígyózó füstjét. De persze hamarosan ismét fel fog bukkanni. Az EJP-ben Nikol továbbra is a Donnell house dolgozott, és a Mair törzs vendége volt. De abban az idővonalban nem fedezték fel a vegyi fegyvereket, ki tudja, mi egyéb változik még meg. Rendben, kereség tovább válaszolta, miközben rettegéssel töltötte el a gondolat, hogy már is mennyi mindenben megváltozhatott a jövő ahhoz képest, ami ennek ő ismeri, meg kell találnunk. Jöjjön ide, mondta Brock, szeretném, ha megnézné ezeket. Kék gumikesztyűt vettek, hogy áttanulmányozzák azokat a dokumentumokat, amelyeket Brock a lakókocsi elejében lévő, bezáratlan széfben talált. Mindketten leültek az étkezőasztalhoz és brok térképeket és tervrajzokat terített eléjük. A Washingtoni metró piros vonala, a kapitóleum, részletes jegyzetek a szenátusi teremről. És ez simította ki Brock az NSC alaszkai kilövő állomásainak a térképét. Több is volt, a légierő űrdivíziójának a parancsnokságáé Colorado Springsben, az NSC főhadiszállásáé Dálgremben. Találtak információkat Canaveralról is. És a Houstoni Johnson űrközpont katonai emeletéről. Térképeket a szellőző és a biztonsági rendszerekről. Brock az ENS New Yorki épületéről is mutatott hasonlókat. De most vére az FBI CGS épületeinek a tervrajzától fagyott meg. Valahol a lelke előre tudta. Az itt eltöltött órák során, mi alatt plegykák kezdtek szállingózni arról, hogy mit találtak a pajtában, valahol a lelke mélyén elkezdtek összeállni a nyomozása összeillő részletei. Nyugtázta, milyen ironikus, hogy pont Brock fedezte fel ezeket a terveket, hogy ő akadályozta meg azt a merényletet, amely valamikor a jövőben elpusztította volna a feleségét és a gyermekeit. Ez egy katonai terrorszervezet, mondta, vagy volt katonai, és ezek a célpontjaik, kérdezte Brock, igen, válaszolta most, vagy a potenciális célpontjaik. A többi helyszínen nem történt semmi abban az ejp ahol ő járt, de felmerült benne, hogy más EJP-kában talán másképp alakultak a dolgok, kíváncsi lett volna, milyen kataklizmák történtek volna. Vagy fognak még történni. Úgy rohanta meg, hogy mekkora hibát követett el, ahogyan a víz rohan be egy résen, ide sietett, mert belesajdult a szíve a Bakhannóni egyezésbe, mániákusan ide száguldott, hogy megmentse azt a lányt. De nem lett volna szabad ezt tennie. Szakszerűen kellett volna cselekednie, fel kellett volna hívnia Okonort, meg kellett volna várnia. Jared Bítak is itt volt, Kobb is itt volt vajon kit találtak volna még itt, ha várnak egy kicsit. Bétak most már halott, Kobb és Miss Ashley pedig szétszóródtak, mint a magok a szélben. Ő meg kudarcot vallott az átfogóbb küldetése terén. Fehér védő, kérdezte Brock, a nácik egy tárgyak miatt gondolom. Nem, nem hinném, alapvetően biztos nem próbálta most összeszedni magát, hogy túllásson az eddigi hibáin, az tuti, hogy kormányellenesek. Karl Hildekrugger ő szerezte meg a CGS tervrajzait két éve, amiket a nyugat-virginiai hegyi osztag egyik tagja adott el neki, mielőtt letartóztatták volna. Megpróbáljuk kinyomozni a vegyi anyagok forrását és a felszerelések eladását felelte Brock, rákérdezek Hilde Krugger nevére a belföldi terrorosoknál, hát ha tudnak mondani valamit. Nagyon sokat tanultunk McVay óta. Mossa Szígyis öngyilkos robbantójának a nevére is emlékezett, amelyet egy olyan könyvben olvasott, amit soha nem fognak megírni, Ryan Vrali Torgyörzen. A férfi a Szígyisnél dolgozott, és a testébe vart robbanóanyagokkal sétált be a munkahelyére. A bűnmegelőzést az alkotmány nehezítette, a negyedik módosítás, és ez megbonyolította a Szígyis nyomozásait. Beszélnie kell majd Okonorral, hogy a hadbíróság adjon kivégzést ennek az egyénnek a letartóztatására. Azonnal figyelmeztesse a kollégáit a Szídisnél mondta Brocknak, azt hiszem, a tervrajzok megtalálása önmagában is elég a szellőző és a tűzoltó rendszer átvizsgálásához. Kétlem, hogy bármit is találnának. De jobban oda kell figyelniük a biztonságra, aktív célpontként kell kezelniük a Szídist. Van valaki, akinek köze lehet a dologhoz, egy potenciális robbantó. Az FBI alkalmazásában áll, Ryan Vráli Torgerzen. Torgerzen, őt ismerem válaszolt a találkoztam vele. A feleségem részlegénél dolgozik a cgs ben Biztos benne. Az egy elég jámbor fickó, senon. Torgerzen. Szólok, hogy tartsák megfigyelés alatt, és meglátjuk, mit tudunk kideríteni róla. A nemzeti gárda csak este felé engedélyezte a belépést a pajtába. A megtalált vegyi anyagokat biztonságosnak nyilvánították, a robbanószereket hatástalanították. Az Uksur megyei halott kém ott várakozott a helyszínen a holtestek felfedezése óta. Fiatal férfi volt, egy orvos, aki inget viselt nyakkendővel, borjú bőrkovboly kalapját pedig ünnepélyesen levette és a kezében szorongatta, amikor elindult a pajta felé. Szóltak neki, hogy több holtest van, úgyhogy három embert is magával vitt, idősebb férfiakat, akik inkább mezőgazdasági munkásoknak tűntek, mint orvos szakértőknek. Védőruhát viseltek, hogy megóvják magukat az esetlegesen az áldozatok hajában vagy testüregében maradt vegyi anyagoktól. Most valamivel távolabb állt, és a Ryder-t vizsgálta. A raktér oldalába egy lyukat fúrtak, amelybe egy gumicsövet vezettek. Mobilgázkamra. A pajtában szellőző rendszer is volt, zuhanyzók, védőruhák szekrényekben. Most elképzelte Jared bitakot és sárlkobbot a sárga vegyvédelmi öltözékekben, amint mérges gázt, savakat vagy kórokozókat engednek a furgon hátuljába, és mérik az áldozataik szenvedését. Valószínűleg az éjszaka közepén hozták át Mariant a pincéből, miután a mozgásérzékelőt inaktiválták és a házlámpáit is lekapcsolták. A lányt minden bizonyjal megkötözték, a száját felpekelték. És amúgy sem hallotta volna meg senki a segélykiáltásait idekint. Egy erősebb szél elvitte volna a hangját, de nem akár meddig. Így fog véget érni az életem, gondolhatta Marian. Egy Ryder furgon hátuljában, korábbi halottak bűzében fuldokolva. Lehet, hogy tudta, hogy a saját halála szagát érzi. Lehet, hogy karmolászni kezdte a furgon oldalát, eszét vesztette a félelemtől most elképzelte, amint kegyelemért könyörög. Biztosan hallotta a motor zúgását vagy a ventilátor ami befújta a gázt a gumicsövön át. Amikor most éjjelente gyökértelennek érezte magát az EJP-ben, Marian fotója horgonyozta a Terra firma valóságához. Az élet erősebb az időnél, írta. Hamis remény. Az upsúri halottkém és védőruhás emberei fóliákat terítettek le, és gyengéden kiemelték a holtesteket a furgon hátuljából. Négy férfi, két nő egyikük Marian. Mindnyájan mesztelenek voltak, és komoly égési vagy kimaródási sérüléseket szenvedtek, testük nagyrészt felfúvódott és csillogott, arcvonásaik eltorzultak vagy teljesen hiányoztak. Néhány holtest úgy szétesett, mintha zseléből lenne. A KDK hírei, Marian fotója a ház és a pajta helikopterről készült felvételei mellett, Buckhannon térképe, interjúk a szomszédokkal, nyilatkozatok Brocktól. Ashley Beatak rendőrségi fotói. És a férfié is, akivel elmenekült, Richard Herrieré. Egy másik ingatlan tornáca alatt rejtőzve találtak rájuk, 5 kilométerrel odébb, a 151-es mentén. Harrier pénztárosként dolgozott a Home depot a Bridgorti Home Depot vágóképei. Rövid beszámoló a szaringázról, az Suu Shinrikyo metrós merényletei, az Oklahoma City robbantás. A Cricketwood Wood ház hamarosan a lemészárolt család kegyhelyévé vált. Eleinte csak pár csokor jelent meg előtte zöld papírban és celofánban, néhány szín volt a küszöbön, de a bejáratot pár napon belül maguk alá temették a további virágok, bekeretezett fényképek. Fehér keresztek. Mossa furgonjában ülve figyelte az emberek érkezését és távozását az emlékhelytől, és sajnálta, hogy Kortninak nem volt része ilyen megemlékezésben. Hogy ő soha nem hozott virágot erre a küszöbre. Valamikor este ő is egy csokorral tért vissza, kezében élénk színű rózsákkal. Aznap késő délutánig telefonálgatott, megpróbálta megtalálni annak a gyümölcsösnek a tulajdonosait, ahol Miss Ashley lakott évekkel később. Ahol Jared Bítak megemlékezését tartották. Még emlékezett arra, amikor Nikol megemlítette, hogy korábban keramikus művészek birtokában volt a hely, és hamarosan kiderítette, hogy még mindig ned és méri stent laknak ott, a potent kettő tulajdonosai. Megkereste egy stentet, aki éppen Atlantába utazott egy művészeti vásárra, és a hotelszobájából beszélt vele. A férfi elmagyarázta, mi a különbség az agyag és a raku között, mesélt neki arról, hogy milyen kerámiákat árusítanak a gyümölcsösben, pontosan leírta a kemencéjük paramétereit. Nem, nem ismerik Ashley Bítakot, soha nem találkoztak Jared Bítakkal, és nem tervezik eladni a birtokukat még legalább pár évig biztosan nem. A Morsul család tagjainak holtestét nem lehetett megtekinteni, de az öt koporsót kiállították a Salandra temetkezési vállalkozás épületében. Hogy a családtagjaik és a barátaik elbúcsúzhassanak tőlük a gyászmisz előtt, amelyet az utca túloldalán tartottak, a St. Petrik templomban. Nagyon sok gyermek elment a megemlékezésre. Középiskolások és általános iskolások a legszebb ruhájukban, a templomi ruhájukban, olyan ruhákban, amelyek pár héttel később majd a húsvéti öltözék szerepét fogják betölteni. A halottak poszter méretűre nagyított fotói festőállványokon sorakoztak a koporsók mellett. Most megérintette Marian koporsójának lakkozott fáját. Lehajtott fejjel megállt, a mögötte sorban állók kedvéért úgy tett, mintha imádkozna. A gyászmisén egyedül állt a hátsó sorban, miközben a pap megáldotta mind az öt koporsót, a hívők pedig áldoztak és imádkoztak. Gyermekkorában ebbe a templomba járt. Katolikusnak nevelték, jól emlékezett az itteni vasárnapi iskolára, az első áldozási ruhájára, az ostya ízére. A ST Petrik nem hasonlított a régebbi Pittsburghi kolosszusokra, inkább modern benyomást keltett okkersárga falaival és kobaltkék frízeivel, rózsaszín, zöld és sárga ablaktábláival. Az oltár ragyogó vörös és arany drága kövekkel volt kirakva. Mossa szertartás alatt az oltár felett lógó, megfeszített Krisztuson tartotta a szemét, a keresztet megszínezte a tarka üvegeken át beáramló fény. Jézus, mintha ott lebegett volna az oltár felett, mintha a karjai szárnyak lettek volna úgy nézett ki, mintha egyszerűen elrepülne, ha a bokáján és a csuklóján nem lennének szegek. Most fuldoklott a gyermekek keserves sírásában, elviselhetetlen bánatában. Ott hagyta a misét, mielőtt az befejeződött volna ismerős megkönnyebbülést érzett, amikor megszökött a templomból. Az utcán hírműsorok furgonjai sorakoztak, olyan helyeken parkoltak ahonnan le tudták fotózni a ravatalozót, a templomot, valószínűleg abban reménykedtek, hogy a könnyed között távozó gyermekeket is fel tudják venni. Hűvös levegő, meleg napfény. Most elsétált a vesztpikeig, hogy kiszellőztesse a fejét. Átkelt a sineken és a zsófolt morganzáj kereszteződésen. A pizza hat parkolója tele volt, egész családok ebédeltek együtt. Bizarr helynek tűnt a gyászoláshoz azzal a két kék konténerrel, de Kortni ott halt meg, most ott találta meg a barátnője holtestét. Az elmúlt hét év során az egyik konténert lecserélték. De a másik úgy nézett ki, mintha még 1985-ből, majdnem 12 évvel korábbról maradt volna ott. Most neki támaszkodott a téglafalnak, és visszaemlékezett, majd elsírta magát Kortni miatt, Marian miatt, Marian családja miatt, a sajátja miatt. Csak villanásokra emlékezett az apjából, arra, hogyan emelte ki az ágyából, hogyan emelte ki, hogy megforgassa, a mentolillatú leheletére és a pipadohány szagára a hajában. Minden elveszett, letűnt dolgot megsiratott. A csártyé ott szaladt a pizza hát mögött, egy-egy keskeny vízér csordogált a nádas két oldalán. Most leült annak a piknikasztalnak a fapadjára, amelyen az étteremben dolgozó kölykök szoktak cigizni. Az iszapos vizet bámulta. A patak agyagos partján szemét hevert. A maga módján békés látvány volt most úgy érezte, mintha eltávolodott volna Kanonsburg-től, az autók hangja csak távoli háttérzajnak tűnt. A napfénye ezüstösen csillant meg a vizen, gyönyörű volt. De most írtózott ettől a gondolattól. Ez a hely nem szép, hanem mindennek a végét jelenti. Megszólalt a mobiltelefonja. Most összerezzent a hangjától. Hagyta csörögni. Pár pillanat szünet, majd ismét megszólalt a készülék. Ekkor ránézett a kijelzőre, Brock, halló, mondta. Most szólt bele a férfi lelkesen, felajzva, most, maga az, a temetésen voltam válaszolta neki, Marianén és, Senon, csodálatos híreim vannak, felelte a férfi túláradó érzelmekkel, mint aki mindjárt felrobban, nem értem, hogy ez hogy történhetett, Senon, de tényleg csodálatos híreim vannak. Megtaláltuk a lányt. Most nem válaszolt, megpróbálta megfejteni, mire gondolhat a férfi. Megtaláltuk a lányt. A fák koronája a víz fölé hajolt. A leveleik lecsüngtek a sáros partra, és belehullottak a patakba. Most figyelte, ahogy egy örvényben összegyűlnek, majd eltűnnek egy rozsdás acélcső árnyékában a föld alatti patakban. Megtaláltuk ismételte meg Brock, életben van. Az erdőben találtuk meg, de él, Senon. Megtaláltuk, kit, kérdezte most. Mariant válaszolt a megtaláltuk. Marian él, Senon. Életben van. Három. Tévedés, ez volt most első gondolata. Téves azonosítás. De ő is látta a hol testet látta Mariant a Ryder furgon végében. A lányta nagynénje és a nagybátyja azonosította, akik Ohióból utaztak az állami halottkém Charlestoni irodájába, hogy azonosítsák a maradványokat. Marian nagynénje végigcsinált egy hosszabb vizsgálatot, és megtalálta a tetem baltért hajlatában lévő sebb helyet, egy gimnasztikai sérülés nyomát, illetve a vakbélműtétje nyomát. Kétségesen volt a felől, hogy a nővére gyermekéről van szó. Brock biztosan egy másik 17 éves talált meg, egy hasonló, de másik lányt. Marian, mondta Brock, életben van. A Blackwater zuhatag melletti erdő alaposabb átvizsgálása során, ott, ahol az emberei megtalálták a kőhalmokat. Hajnalban átvésülték az erdőt további kőkupacokat keresve, hogy kiderítsék, mit jelenthetnek, és egyikük egyszer csak felkiáltott. Egy törékeny test, sápadt és kékes, olyan színű hajjal, mint a talaj. Jéggé fagyott ruhák, cipő sehol. Egy kiszáradt patakmederben feküdt. A bőre nedves volt, a haja nyírkos és jeges. Broknak rögtön az jutott eszébe, mennyire hasonlít Marianra. A lány nyakára tette a kezét, és bár hideg volt a bőre, még érezte a pulzusát. Mi történt volna, ha Brok nem találta volna meg, merült fel a kérdés mozban. Meghalt volna, gondolta. Évekig ott feküdt volna az erdőben, abban a kiszáradt patakmederben, amíg a ginszengyűjtők ki nem szúrják a piros bogyókat, és ásni nem kezdenek. Sokkos állapotban van, mondta Brock, amikor most bevezették a Preston Memorial Kórház tárgyalójába. Díszítetlen falak, világos fából készült tárgyalóasztal. Brock a medvecukros rágóján kérődzött, szinte agyon rágta. Mindent meséljen elmondta most. Vagy rossz embert temettünk el, vagy most követünk el hibát felelte a férfi, többenetes a hasonlóság. Azt hittem, hogy csak becsapom magam. Azt hittem, biztosan másról van szó, de megmondta a nevét. Eszméleténél van, kérdezte most, még gyenge, ki tud még róla, kérdezte most. Lockwood, a kórház igazgatója válaszolta Brock, az a kis csapat, akik ellátják ápolónők, doktor Schroeder, az én embereim, mi hatam voltunk. A felettesem. Annyit tudnak, hogy találtunk egy fiatal nőt. A rokonait nem hívták fel, nem, és maga beszélt Mariannal, kérdezte most. Senon, pont úgy néz ki. Ugyanaz az ember, de az egész nagyon zavaros válaszolt a brok, azt mondogatja, hogy rossz embert öltek meg. Retteg. A megtalált maradványokban komoly kárt tettek a vegyi anyagok. Amikor a nagynénje azonosította a holtestet, Marianra számított, és lehet, hogy elhitette magával, hogy Marian az. Szerintem DNS mintát kellene vennünk ettől a lánytól, hogy összehasonlítsuk a holtest DNS-ével. Vízhangok, gondolta Mos. Valaki biztosan átugrott egy EJP-be, megkereste a jövőbeli Mariant, és idehozta a Terra firmára. Ez nem tűnt valószínűnek, de képtelen volt más magyarázatot elképzelni. Ő mit mond, mi történt, kérdezte, Fleece rabolta el, magyarázta Brock, Erik Fleece ment érte a kömárthoz. Őt ismerte. A név ott hervadozott mosfülében. Fleece, a libra legénységének egyik tagja, az öngyilkos a tükrös szobából. Marian ismerte, az apja barátja volt, szólt valaki neki a családjáról. Tudja válaszolt a Brock, nézi a tévét. A Preston Memorial ügyeletes főorvosa, Dr. Schroeder erősen ki volt festve, haját ezüstörénybe fésülte. Elegáns nő volt, halvány déli tájszólással, akinek a cipősarkai úgy kopogtak, mint egy gyors ritmusra állított metronóm. Kihűlt és átázott. Azt mondta, átúszott egy folyón. Nagyon rossz állapotban volt, amikor behozták. Őszintén szólva, nem fűztem túl sok reményt az életben maradásához, de mindent egybevetve, most elég jól van. A lábfeje aggaszt, elég erősen károsodott, szegénykének nem volt cipője, és az utóbbi pár éjszakán elég hideg volt. Nem tud túl sokáig fájdalommentesen talpon maradni, bár a wc és vissza még el tud sétálni. Most levegőt sem kapott, megmarad a lábfeje. Még semmit nem tudunk biztosan válaszolt a dr. Schroeder, de üzkösödésnek nyoma sincs. Nagyon jól reagál a kezelésre. Bármi is történt vele odakint. Nem árult el túl sok részletet, ami gyakran előfordul a traumatizált emberekkel. Szerintem eléggé össze van zavarodva. És a kihülés az emlékezetre is hatással lehet, úgyhogy legyenek vele türelmesek. Brock őröket állított Marian szobája elé, a kórház egyik biztonsági emberét és egy FBI ügynököt, akinek az arcát most felismerte Oda Odabit szentettek egymásnak. Biztosan ébren van, mondta Dr. Schroeder, ám a nagyon alacsony volt, úgyhogy eléggé lelassult. Kettesben szeretnék maradni vele, válaszolta most, megkereshetném, miután beszéltem vele. Igen, persze válaszolt a dr. Schroeder, visszamegyek a kollégájához. Lehet, hogy akkorra már az irodámban leszek. Szóljon, ha bármire szüksége van. És persze egy nővérhívó gomb is van az ágyán, ha az ápolónőre lenne szükségük. Most tévé hangokat halott a szobából, torzított hangú nevetést. Ideges volt a találkozó miatt. Bekopogott, szabad. Marian az ágyon ült. A karjához vezető intravénás csövek és az orrából kilógó oxigénvezetékek, az életfunkcióit mérő drótok hálózata ellenére is úgy tűnt, mintha kényelmesen érezné magát. Ébren volt, de erőtlennek. Kimerültnek tűnt. Haját hátrafogta, ami még jobban kihangsúlyozta arcának ovális keskenységét. Bár most tudott a vízhangok létezéséről. Nagyon ritkán találkozott velük. Mindig is másolatokként gondolt a vízhangokra, de most ráébredt, hogy helytelenül ez a fiatal nő tényleg Mariam mursult. Mariam most felé fordult, mi ilyen furcsa rajtam. Mindenki csak bámul, amikor belép. Kötések a csuklóján a kihülés miatt. Vagy öngyilkosságot akart elkövetni. Senki nem említett ilyesmit. A mennyezetre erősített tévén a Seinfeld ment. Semmi furcsa nincs rajtad válaszolta mos annak tudatában, hogy ugyanaz a bizonytalanság sugárzik belőle, mint másokból szokott, amikor észreveszik a protézisét. Te vagy Marian. Játszotta meg ismét, hogy semmi baj, én senon vagyok. A haditengerészeti bűnügyi nyomozóirodánál dolgozom. Beszélhetnénk arról, hogy mi történt veled. Nem emlékszem mindenre válaszolta Marian, ez érthető jelentette ki most, nem zavar, ha leülök. Csak egy szék volt, eleve az ágy mellett. Az EKG monitor csipogásától és a többi gép zúgásától az egész szoba sebezhetőnek tűnt. Most aznap reggel végignézte Marian temetését, látta, ahogy egy pap megáldja a koporsóját szentelt vízzel. Tudom, hogy már elmondtad a történetedet másoknak szólalt meg, a kollégámnak, William Brocknak. Biztosan nem érted, hogy miért nem inkább egymással beszéljük meg, miért kérlek arra, hogy nekem is meséld el ugyanazt, amit neki. Észrevette, hogy Marian reszket. Fázik. Félelmet keltenek benne az emlékei, jól vagy, kérdezte, nem tudom, válaszolta Marian. Most megnyomta a nővérhívó gombot, és pár pillanattal később belépett hozzájuk egy ápolónő, és segített betakarni Mariant anélkül, hogy közben kihúzódnának a csövek vagy a drótok. Marian kért egy csészete át, és az ápolónő hozott neki egy műanyag bögrét forró vízzel és néhány liptonfilterrel. Jól vagyok, és megértem válaszolta a lány, szerintem az a férfi, Brock, nem hit nekem. Ezért akarja a saját fülével is hallani, ugye? Nem arról van szó, hogy ne hinnénk neked, válaszoltam most, de én tőled akarom hallani. Nem mástól akarom hallani a történetedet. Láttam magam, ezt is elmesélte. Láttam magam az erdőben, mondta Marian, azt hiszem, engem akartak megölni, de őt ölték meg helyettem. Döbbenetes felismerés. Láttam magam az erdőben. Oldalról fújó hó, a narancssárga védőruhás nő, aki felé nyúl, én hiszek neked feleltem most, mesélj el mindent. Hogy kerültél az erdőbe? Apámnak van egy barátja, egy Flisz nevű fitkó kezdett bele Marian, valami katonatársa. Apa gondoskodott róla, mert ő nem tudott gondoskodni magáról, valami baja volt, mert azt hiszem, megsérült az agya. Együtt szoktak motorozni. Ott várt a munkahelyemnél, azt mondta, vele kell mennem, mert történt valami a családommal. Miért nem te vezettél? Kérdezte most, ott állt a kocsid a parkolóban, azt mondta, valami rettenetes történt, és nem szabad vezetnem, amikor megtudom. Annyira megijedtem. A lánynak elakadt a lélegzete. Most megfogta a kezét, nem baj, ha sírnot kell mondta, várhatunk egy kicsit, semmi baj, ő ölte meg az anyámat. Tényleg meghalt a családom, ez igaz. Miért? Mossa kezét, szorongatta. Annyira sajnálom, válaszolta, nem tudom, miért. Ki akarom deríteni, hogy miért, meg akarta vigasztalni Mariand, de tudta, hogy a lány soha nem fogja túltenni magát a történteken. Mesé Flixerről. Hova vitt? Nem akarta elárulni, hogy mi történt. Azt mondta, hazavisz magyarázta Marian, de másik úton mentünk, és amikor megkérdeztem, hova tartunk, leállt az út szélére, és megkötözte a csuklómat. Berakott a furgon hátuljába. Megkötözött ott hátul, összekötötte a csuklómat egy madzaggal felelte Marian, bekötötte a számat. Nem tudok. Ez. Az egésznek semmi értelme. Én hiszek neked biztosította most, el kell mondanod, hogy mi történt veled. Az a férfi az FBI-tól, aki maga előtt jött ide. Ők nem hittek nekem. Folyamatosan hazugságon akartak kapni, keresztkérdéseket tettek fel, ugyanazokat a kérdéseket újra és újra, pedig nem hazudok, esküszöm. Istenre esküszöm, hogy nem hazudok. Csak nem értem az egészet. Marian, hova vitt Fleece? Van egy hely, ahova apám néha elszokott vinni, válaszolta Marian, néha az egész család ott nyaralt, de amikor az öcsém és a hugom még kicsik voltak, csak engem vitt magával. Úgy nevezte, hogy Vardogör. Ez valami kitalált szó lehet szerintem. Mint a soha-soha föld. Vardogör visszhangozta most, hol van ez a Vardogör. Még kicsi voltam, nem tudom az erdőben, de volt egy kunyhó, ahol a barátaival találkozott, néha a családjukkal is. Fenyők, apa bürökfenyőnek nevezte őket. És egy folyó. Apa szeretett horgászni. Mindenféle barlangok, repedések a sziklákban, ahova be tudtam bújni. A Blackwater vízesés mellett, kérdezte Mos. Azt hiszem, igen, talán válaszolta Marian, de már évek óta nem vitt minket oda. Gyakran jártunk arra, és én imádtam, mert néha úgy éreztem, hogy a kunyhóban lévő tükör életre kell. Néha láttam magam a folyónál az erdőben, és arra gondoltam, hogy az a tükörlány. A tükörképem, ami engem követ. Tudja, ahogy Pán Pétert az árnyéka. Csak néha láttam a tükörlányt, mindig a folyó túlsó partján. Apa azt mondta, hogy nem létezik, csak a képzeletbeli barátom, csak kitaláltam, mert unatkozom egyedül, a barátaim nélkül. És Fliss odavitt, kérdezte most, ahhoz a kunyhóhoz. Nem ahhoz a kunyhóhoz, de ugyanarra a helyre, ugyanabba az erdőbe felelte Marian, nem tudom, mennyi ideig voltunk úton. A kocsi összerázott, megsérültem. Egy örökké valóságnak tűnt, de amikor megálltunk, és Flész kinyitotta az ajtót, láttam, hogy még mindig sötét van, és még messze a reggel. Flész kihúzott a furgomból, az erdőbe lögdösött. Újra és újra azt mondogatta, hogy sajnálom, és hogy meg akart menteni, de már késő, és azt kell tennie, amit mondtak neki. Azt mondta, a családom egy napon belül meg fog halni, de ő nem akarja, hogy én is meghalljak, úgyhogy azt kell tennünk, amit mondanak. Ki, kérdeztem most? Nem tudom. A hangok találgatott Marian félt. Éreztem, hogy retteg valamitől, utána egyszer csak a földre lökött, és akkor ismertem fel, hogy hol vagyunk. A vardogörbe vitt. Honnan tudtad, kérdeztem most, éjszaka volt, az erdő kellős közepén voltatok. Onnan, hogy a vardogörben van egy jellegzetes fa, egy öreg, kiszáradt fa, ami úgy néz ki, mint egy csontváz. Tiszta, fehér az egész, és nincsenek levelei. A Vardogerfa. És hallottam, hogy az a folyó, amire gyermekkoromból emlékszem, ott folyik a fa mellett. A Vardogerfa most ismerte azt a fát. Amikor eltévedt az erdőben, azt a fát látta ismétlődni Flies fáját, a csontfát a tükörszobából. Marian apja Vardogernek hívta. Patrick Mursult ismerte azt a helyet. Azt mondtam neki, hogy Isten irgalmazzon a lelkednek, ő meg azt felelte, hogy megmutatja nekem az idők végezetét folytatta Marian. Féltem tőle, és nem tudtam, miről beszél. Azt mondta, hogy a dolgok körülöttünk hurkolódnak. Az a hely a redpatak környékén van, kérdezte most, egy folyónál, egy tisztás mellett, amit fenyők vesznek körül. Elsétált velem a vardogerfa mellett, és kiléptünk arra a tisztásra, megláttuk a folyót. Valami más helyen voltunk az erdőben, másik fák is voltak, másik vardogerfák, egy csomó egy vonalban. Flis maga után húzott. Átkeltünk a folyón egy kidőlt fa törzsön, és hirtelen jegessé vált az időjárás. Ez nem történhetett meg, ugye? A túloldalon a lábunk besüppett a mocsárba, és az ég olyanná vált, mintha egy szájpadlást látnék, és magunkat láttuk kifelé tükrözve, mintha egy kaleidoszkópon átnézném magamat. Újra, újra és újra. Minden irányban. Becsuktam a szemem, és imádkozni kezdtem, de Flész azt mondta, hogy meg akarja mutatni nekem Istent, és az ég felé emelte a fejemet. És akkor, mintha Jézust láttam volna meg a kereszten a folyó felett, de a kereszt fejjel lefelé lógott, Jézus szája véres volt, és ó, Istenem, ó, Istenem, a testén nem volt bőr. Most legszívesebben felsikoltott volna, de Marian érdekében csak átment a szoba túlsó felébe, hogy összeszedje magát. Kinézett az ablakon, de a saját tükörképével szembesült az üvegen. Marian látta a terminuszt. Látta az akasztottakat. Flész azt mondta, hogy ismét meg kell kötöznie folytatta Marian, visszavitt a vardogerhez, és lelökött a földre. A fa mellé lökött, és a törzseköré kötötte a csuklómat. Azt mondta, hogy valaki értem fog jönni, és elvisz valahova máshova. Megkérdeztem, hogy hova fog vinni, de azt felelte, hogy nem tudja, nem szabad tudnia. Azt mondta, én sérült vagyok, úgyhogy nem szabad tudnom. Utána egyszerűen otthagyott az erdő közepén. Olyan nagy csend volt. Minden néma volt. Mennyi ideig feküdtél ott megkötözve? Kérdezte most. Nem tudom, válaszolta Marian, nem túl sokáig. Egy óra sem telt el. Amikor biztos lettem benne, hogy elment, meghúztam a zsineget, és éreztem, hogy egy kicsit enged a csuklómon, mintha lenne egy kis játéka. Beletelt némi időbe, de végül sikerült kiszabadítanom a kezem, felemelte a csuklóját, megmutatta a kötéseit, eléggé felsebeztem magam, mondta. De kiszabadultál, felelte most. Igen, válaszolta Marian, nagyon fáztam, és a hajam és a ruhám átázott, mert esett az eső. Nem tudtam, hol vagyok, de emlékeztem arra a kunyhóra, ahova az apám szokott vinni, és tudtam, hogy a közelben lehet. Úgy gondoltam, hogy meg fogom találni. Felismerted a környéket. Úgy gondoltam, hogy a folyó túlsó partján vagyok a kunyhóhoz képest. Nem találtam azt a kidőlt fát, amin át szoktunk kelni a folyón, de azt tudtam, hogy átgázolhatok rajta, vagy átúszhatok, ha túl mély lenne, úgyhogy beleléptem, magyarázta Marian. Jegesnek tűnt, nagyon hideg volt, és csupa sebes áramlat. A víz a nyakamig ért, de átkeltem. Egyszer elsodorta a lábam alól a talajt, de végül átértem a túloldalra, és kimásztam. Még a lábujaimat sem éreztem az iszabban, annyira átfagytam. Csak a szerencsén múlott, hogy nem haltál megfeleltemos. Alig tudtam járni, mert nem éreztem a lábam, de mindig minden ugyanolyannak tűnt, mintha körbe-körbe járnék. Utána rájöttem, hogy valahogy visszakanyarodtam oda, ahonnan elindultam. És még mindig a folyó rossz oldalán vagyok. Puhasarat éreztem a lábam alatt, kerekek nyomát. Arra tippeltem, hogy flész furgonjának a nyomai. Láttam, hol kotorták ki a kerekek a sarat. Visszaszaladtam a fák közé, és akkor láttam meg őt. Kit? kérdezte mos. A tükörlányt válaszolta Marian, először csak a pólója sárgáját láttam, ami pont olyan volt, mint az enyém, utána rájöttem, hogy ő is egy fához van kötözve, ugyanahhoz a fehér fához. Közelebb mentem hozzá, és láttam, hogy a haja nedvesen lóg lefelé. Megkerültem a fát, hogy szemből közelítsem meg, nehogy megijedjen, és amikor megláttam, azt mondta, hogy emlékszem rád. Én azt válaszoltam neki, hogy én is emlékszem rád. Amikor utoljára láttátok egymást, még gyermekek voltatok, mondta Mos. Szerettem volna segíteni neki, úgyhogy azt mondtam, hogy húzza ki a csuklóját, ahogy én tettem, és kihúzta, de nem tudott kiszabadulni. Megpróbáltam segíteni neki, de őt nem zsineggel kötözték ki az ő csuklóját dróttal kötötték össze. A karja véres volt, nagyon rosszul nézett ki. Megpróbálta kiszabadítani magát, de nem tudta. És a drót nem szakadt el. Kicsit sem lazult meg. Megpróbáltam segíteni, de nagyon sok fájdalmat okoztam neki, amikor meghúztam. Nem tudtam, mit csináljak. Úgyhogy egy kicsit mellette maradtam. Ott kellett hagynod segített mos. Én rosszabb állapotban voltam nála a folyó miatt, mondta Marian, nagyon fáztam. Egyre idegesebb lettem. Átáztam, és nagyon reszkedtem. Azt mondta nekem, hogy hívjak segítséget. Azt mondta, hogy nem lesz baja, hogy az apja eljön érte, hogy az apja tudja, hol keresse. Úgyhogy elmentél segítséget keresni. Nem emlékszem, mi történt azután, hogy ott hagytam. Azt hittem, haldoklom. Semmire nem emlékszem. Itt ébredtem fel, a kórházban. Lehet, hogy még mindig ott van. Meg fogjuk találni, gondolkozott Elmos egy Marian itt van, egy másik pedig a Ryder furgonban. Marian, ki akarta bántani a családodat? kérdezte. Ismersz bárkit, aki ezt akarhatta tenni veled? És miért? Haragudott valaki az édesapádra. Ez beteg dolog válaszolta a lány, senkit nem ismerek, aki ilyetten. A régi katonatársai. Vagy bármi ilyesmi, most már tudta, kiölhette meg a lányapját, Hilde Krugger vagy Kobb, de azt akarta, hogy Marian mondja ki a nevüket. Az erőszakos bűncselekmények áldozatai gyakran tisztában vannak azzal, kik voltak az elkövetők, és miért tették, amit tettek, apát tartotta valamelyikkel a kapcsolatot. Azt tudnia kell, hogy apám más volt válaszolt a Marian, kényszeres gondolatai voltak. Azt mondta, részt vett a haditengerészet egyik küldetésében. Anya nem szerette, ha ilyesmiről mesél nekünk, néha mégis megtette, mintha muszáj lett volna kiadnia magából. Azt mondta, azt mondta anyának, hogy a haditengerészet azt szeretné. Hogy készítsen egy hajót körmökből. Tudom, hogy ez őrültségnek tűnik, mintha rosszul emlékeznék, de pontosan így történt. Azt mondta, hogy az a hajó a halotakat fogja szállítani. Mit jelent ez, Marian? Nem tudom. Apám nagyon sokat volt távol az otthonától, válaszolta Marian, sok időt töltött a barátjával, fliszeszel. Együtt Tittak, és az ügyvédjével is nagyon sokat találkozott. Ki volt az ügyvédje? Miért volt szüksége ügyvédre? kérdezte most. Csak véletlenül meghallottam néha, ahogy a szüleim erről beszélgetnek, miután lefeküdtem, felelte a lány, szerződéseket kért valamihez. Ügyvédi segítségre volt szüksége. Anya megkérdezte, hogy az ügyvéd nem tudna-e segíteni a költözésünkben, de apa nem akarta mindenbe belerángatni. El akartatok költözni, kérdezte most, nem tudod, miért. Én itt akartam befejezni a középiskolát, hogy a barátaimmal érettségizhessek, de anya azt mondta, hogy el fogunk költözni, amint az apám készen áll rá. Anya nem tudta, hogy az mikor lesz, hogy érettségi után, vagy már a jövő héten. Azt sem mondták el, hova fogunk költözni, de néha hallottam, hogy Arizonáról beszélgetnek. Próbálj megfelidézni felidézni mindenkit, akivel az apát találkozgatott kérte most, van köztük bárki, akiről tudnom kéne. Megemlítetted az ügyvédeteket. Szerinted neki is köze van ehhez. Marian összehúzta a szemöldökét. Azt felelte, nem hinném, nem tudom, miért lenne. De volt valami, itt viszont elhallgatott. Meséld el, mondta Mos, nem számít, ha tévedsz. Kérlek, mondj el mindent, hogy az összes információ a birtokomban legyen. Apám csalta az anyámat, bökte ki Marian, szerintem anya nem tudta, de én rájöttem. Kitaláltam, hogy valami nincs rendben. Néha hallottam, ahogy telefonálnak. Nikol, tudtad, hogy kivel van viszonya, kérdezte Mos, de Maria megrázta a fejét, hallottad, miről beszélnek? Csipogót használt, és mindig elvonult telefonálni, és én tudtam, hogy ez mit jelent, kitaláltam, válaszolt a Marian, anya biztos becsukta a szemét, hagyta, hogy hazudjanak neki. De pár héttel ezelőtt történt valami egyik reggel. Meghallottam, hogy apa veszekszik valakivel telefonon. Valaki megfenyegette. Hallottam, hogy azt mondja, nehogy eláruld neki, és úgy gondoltam, hogy annak a nőnek a barátjára vagy a férjére gondol. Találkozni akarok veled. Ne szólj neki, még ne ezzel lerakta. Miután kiment a szobából, beütöttem a csillag 69-et, és egy nő vette fel. Én leraktam a kagylót. Szerinted kinek akarta elmondani ez a nő? Olyas valakinek, akit az apád ismer, azt hiszem, válaszolta Marian, kicsit úgy tűnt, mintha ismerné. Ha mondok neked neveket, fel fogod ismerni őket, megpróbálhatom, sárkob, kérdezte most. Jared Bítak, nem tudom válaszolta Marian, nem hinném. Karl Hildekrugger, kérdezte most. Igen, róla beszélt az apám válaszolta Marian űzött tekintettel, mintha egy kísértet sétált volna el közöttük, apám félt attól az embertől. Néha beszélt róla. Az ördögnek hívta. Néha azt mondta, hogy az ördög a szemével is fel tudja falni az embereket. A kórházak ijesztőhelyek, üres folyosók, kanyarok, további folyosók, neonfény a csillogó padlón, megszámlálhatatlanul sok ajtó. Mi történt volna, ha soha nem találjuk meg a Ryder furgont? Merült fel a kérdés mozban. Jared bítak és sárkok belásták volna Marian holtestét, de hova? A tömegsírba, a Bakhannóni ház udvarába. És ez a Marian. Túrázók találták volna meg a holtestét az erdőben. Elképzelte ennek a fiatal nőnek az életét, a vigasztalhatatlan bánatot, az álmatlanságot, a késő éjszakai televíziózást, a híreket a barátairól, akik folyamatosan gyászolják annak ellenére. Hogy él Mariam ma este egyedül lesz, minden este egyedül lesz az élete hátra lévő részében. Mi történt, Shannon, kérdezte Brock, miután most visszatért a kórház tárgyalójába. Behúzta maga mögött az ajtót, töltött magának egy csésze a műanyag kancsóból. Fleece elrabolta Mariant, az erdőbe vitte. Megmutatta neki az idők végezetét, kikötözte a vardogerfához. Vízhangok, egy Marian dróttal kikötözve, a másik zsineggel. Egy Marian holtan a Ryder furgonban, a másik életben maradt. Ijesztő, hogy mire képesek. Az ember meglátja azt a dolli bárányt a hírekben, és csak arra tud gondolni, hogy milyen félelmetes egy világban élünk, mondta Brock, lehetetlen dolgok. Annak a báránynak lehetetlennek kellene lennie, mégis mindenki elfogadja. Kételkedünk a csodákban, de amikor megtörténnek, úgy fogadjuk őket, mintha mindennapos események lennének. Clinton múlt héten aláírta azt a korlátozó törvényt, láttam a tévében. Clinton elnök betiltotta az emberklónozást, de én már látom, merre felé haladunk. Itt most nem ez történt jelentette ki most, hadd aludja át az éjszakát, ha tud aludni. De a szoba maradjon őrizet alatt. Szerintem továbbra is veszélyben marad az élete, ha bárki megtudja, hogy itt van. Erről nem beszélhetünk, Brock, arról, amit láttunk. Szerintem ki kell könyörögnünk a tanúvédelmet, ha tudjuk de legalábbis el kell szállítanunk innen, amint lehet. Most még elidőzött Brock távozása után, magára maradt a bezárt étterem félhomályában a gondolataival, kávézgatott és vaníliás oreót eszegetett az automatából. Amíg dr. Schroeder arról nem tájékoztatta, hogy Marian végül elfogadta a nyugtatót, és elaludt. Három különleges ügynök váltotta egymást az éjszaka során, ők örködtek Marian szobája előtt. Brock, mielőtt távozott, azt mondta Mossnak, hogy felveti majd a tanúvédelmi programot a felettesének, az NC hangban. És felhívja Marian nagynényét és nagybátyját, hogy valahogy azt tudtukra adja, hogy az egyik eltemetett gyermek életben van. Most szalvétákat firkált tele kék eleinte csak vonalakkal és árnyékokkal, amíg rendeződtek a gondolatai. Egy hely az erdőben, a vardogör, írta, majd még egyszer lejegyezte ezt a szót, és hozzátette, hogy az egyik dróttal, a másik zsineggel. Ha tíz ügynök elutazna tíz különböző EJP-be, mindegyik másfajta tapasztalatokról számolna be. A létezés véletlenszerű, minden csak a szerencsén múlik, amikor a végtelen számú potenciális jövő valamelyikét megfigyeli valaki. Az élet és a halál gyakran apróságokon múlik. Az egyik világban Marian csuklóját dróttal kötötték össze, a másikban zsineggel. Hogyan visszhangolódott, írta le a kérdést. A tükörlány és ezzel a gondolataiba merült. Összetépte a jegyzeteit, és felhívta Okonort, mielőtt elindult a kórházból már elmúlt éjfél, de a férfi még ébren volt látta a Bakhannóni jelentéseket, és már beszélt az FBI-hoz összekötőjével, de a Marian visszhangjával kapcsolatos hírek megdöbbentették, és a beszélgetésük végére megígérte, hogy másnap oda megy Clarksburgbe egy másik különleges ügynökkel együtt. Most mit fogsz tenni? kérdezte, meg kell találnunk a Vardogört. Hajnali egy körül, amikor most elindult a Preston Memorialból, egy órás kocsi utált előtte. A vidéki utak kanyargós, fákkal szegélyezett, koromsötét alagutaknak tűntek, de időnként kitisztult előtte a kilátás, és meglátta a holdat, a csillagok tüzes és a hélbob amelynek a csóvája lobogó női hajra emlékeztette. Emlékezett a sűrű fenyőerdőre, a fényeket kizáró lombkoronára, de akkor még Nestorral volt, évekkel később, és alig várta, hogy megláthassa azt a helyet ahol Marian csontjait megtalálták. Aznap hajnalban viszont a Kanaan nem igazán emlékeztetett a fejében élő képre. Az út békés volt, völgyekkel és rétekkel, luc, balzsam és bürökfenyőkkel, amelyek vajszerű holdfényben fürödtek. A hegyi rendőrök narancssárga szalaggal zárták le a magánutat. Most odaért arra a tisztásra, ahol az emelkedő véget ért, és már is ott találta Okonor szubaruját egy fa ágai alatt. Onnan csak egy rövid gyalogutat kellett megtennie. Az ösvény járhatóbb volt, mint amilyenre emlékezett, amilyen húsz év múlva lesz, amikor Nestornak el kell húznia előle az ágakat, és le kell taposnia előtte az ajnövényzetet. Most sokkal biztosabban állt a lábán, csak egy keskeny ösvényt kellett követnie. És ezúttal túra bakancsot viselt, ami sokat segített. Hamarosan odaért a kiszáradt patakmederhez, ahol Brock alig egy nappal korábban találta meg az eleven Mariant. Shannon, itt vagyunk. Két férfi, nem sokkal arrébb. Okonor egész éjszaka úton volt Washingtonból, hogy ő is találkozhasson Mariannal, és megnézhesse ezt a helyet az erdőben, a Vardogört. A természetjáráshoz szokott férfi a sétabottyával, zombig érő gumicsizmájában úgy nézett ki aznap délelőtt, mint egy úri vadászt ábrázoló, Edward korabeli festmény. A partnerét most már a puszta mérete és testalkata alapján is felismerte volna, ebben biztos volt, de az illető ezeket leszámítva nem hasonlított túlzottan arra az idős bölcsre, akivel egyszer találkozott. Enyoku feje kopaszra volt borotválva, szakálla egy gondosan kialakított, fekete csíkot alkotott. Mindkét fülében aranykarika lógott. Amikor Okonor bemutatta, elmosolyodott, és nagyon megdöbbent, amikor most azt mondta. Már találkoztunk egyszer, doktor Enyoku. Én kértem Nyókut, hogy üljön fel az első gépre Bostonban a Mariannal kapcsolatos fejlemények miatt magyarázta Okonor. Neki van tapasztalata a vízhangokkal, és az mitén folytatott kutatásai az elvékonyodott terekre koncentrálódnak. Az Everettér összeomlására és a Brant Lomonakó téridő tette hozzá Enjoku, nagyon örvendek, hogy megismerhetem, senon. Vagy úgy is mondhatnám, nagyon örülök, hogy ismét megismerhetem. Most is boldog volt, hogy viszont láthatja ennek az embernek egy fiatalabb változatát, de arra is emlékezett, hogy létezett egy nő. Akinek az ujjai gyönyörű hangokat csaltak ki a szaxofonból. És eszébe jutott, mikor fog találkozni eljogú ezzel a nővel. Vali, most Bostonban kellene lennie, mondta, meg kellene ismerkednie valakivel. A férfi arcán kétkedés futott végig, egy lehulló levél árnyéka, de nem sokkal később elmosolyodott. Az utak száma végtelen jelentette ki. Okonor elindult, hosszú léptekkel masírozott a sétabotja segítségével. Most lassabban haladt nyúkúval az oldalán. Látta már valaha azt a virágot, amit hullócsillagnak hívnak, idéztem fel a férfi szavait. Könnyedén el tudta képzelni őt, amint elidőz egy kert mellett, és a virágok szépségén filozofálgat. Itt az erdőben is gyakran megállt, és megvárta, amíg mosútól éri, miközben végig az ujját egy virágszírmon, vagy legugolt, hogy megvizsgáljon egy rovart, vagy megfigyeljen egy pókhálót. Itt van egy kőrakás szólalt meg okonor előttük. Porszerű narancssárga festék jelölte a helyet, egy kereszt a földön, amit az első eső el fog mosni. A kőrakás pont olyan volt, ami ennek most képzelte, csak valamivel gondosabban állították össze. Egy lapos folyami kavicsokból készült, nagyjából fél méter magas piramis. Egy kidőlt fa törzsén egyensúlyozott, amit teljesen benőtt a gomba és a moha. Az FBI eddig négyet talált, megközölte velük okonor, kettő a folyó túloldalán van. Én azt hittem, a kőrakások Marian holtestének a helyét jelölik felelte most, azt hittem, a sírhoz vezetnek, a kőrakások Marian Vardoger fájának a helyét jelölik felelte okonor. Ezt nézzék, mondta Enyoku, kinyitott egy noteszt, és megmutatta Mosznak azokat a tintapöttyöket, amelyeket vázlatos vonalakkal kötött össze különböző alakzatokba, sokágú csillagokba. A kőrakások egyforma távolságra vannak egymástól magyarázta, ha csúcsokként képzeljük el őket. A csillag közepén egy megégett fát találtunk vágott közbe okonor, látni akarom, mondta Mos. Áfonyabokrok, tövisek és bogáncsok, amelyek moszokni jára tapadtak. Egy rét tele lapos kövekkel. A folyó egyre hangosabb zúgása, ahogy a vardogör felé közeledtek, élénk hang, mintha az erdő arról suttonya neki, hogy hova lépjen. Amikor Okonor telefonált Mariam miatt, úgy gondoltam, hogy ez az ő vardogör olyasmi lehet, amit mi elvékonyodott térnek nevezünk magyarázta Enyoku. A haditengerészeti kutatólaboratóriumban Brandt Lomonakó téridőhurkoknak nevezik őket. Már hallottam ezt a kifejezést feleltem most, aki képzésen került szóba. BL hurkok, a kvantum Pontosan így van. Üledék, szinte szennyeződés. A BL hajtóművek hatással vannak a téridőre taglalta enyokú. A hurkok olyan helyek, ahol egy végtelen sűrűségű szinguláritás esemény megtöri a kvantumgravitáció hatását, és lehetővé teszi a szuperpozíciót. Néha nem következik be a hullámfüggvény összeomlása. A szimultán everetterek. Oké, okay, eddig bírtam követni, szólt neki most, ávízhangok magyarázta meg a férfi, megjöttünk, itt van az afa, amit találtunk. Egy fenyő maradványa, egy világos, fehér hamutorony, amelyet élénk zöld örökzöldek vesznek körül. Igen ismerte fel mossa megégett fát, megérkeztünk, amikor eltévedt a terminuszon, ahol utoljára látta ezt a törzset, nagyon összezavarodott tőle. A fa mintha rekurzív módon ismétlődött volna, mint egy tükör tükörképe. Az azóta eltelt évek során többször is megpróbálta megkeresni, de nem találta, és egyre jobban hajlott arra, hogy téves emléknek tartsa, halucinációnak most nagyon megkönnyebbült a látványától a létezése bizonyítékától. De ez a hely kicsit sem volt ijesztő így, nyúkuval és okonorral az oldalán, a meleg napfényben, ami arra csábította, hogy levegye a kabátját. Tényleg nem volt ijesztő, csak egy kicsit természetellenes. A vardogör megégett, de nem égett le. Most máskor is látott kormos fákat, erdőtüzek maradványait, hamuszőnyegeket, ágaikat vesztett, megperzselt törzseket, amelyek úgy néztek ki, mint az eléged gyufaszálak. De a vardogör úgy nézett ki, mint amit inkább tartósított a tűz, mint elemésztett. A törzsét borító hamu olyan világos szürke volt, hogy szinte fehéren világított, de amikor most hozzáért a kérgéhez, az kőkeménynek tűnt. Amikor megérintette az ágait, döbbenten nyugtázta, hogy olyan simák és törékenyek, mint az üveg. Itt már közelebbről hallották a folyó zúgását. Mindjárt jövök, mondta, és ott hagyta nyókut és okonort a vardoggernél. A víz hangja felé igyekezett, és amikor kiért a fák közül, egy sziklaperemén találta magát. A red patak rohant előtte vízeséseken át, fehér tajtékot verve az érdeskövek között. A nyugodtabb szakaszokon teaszínű volt a víz, a bürök fenyők tanninja festette sötétre. Most felismerte a helyi jövőjét a terminus telében, amikor az aranyeső, a fűzfák és a parton virágzó babérbokrok helyén jégtűk nőnek majd, mint egy arra várva. Hogy a levegőbe emelhessék a testét. Itt feszítették keresztre. Itt volt a tükörképe, a víz hangja. Visszanézett a fák felé, és félig meddig arra számított, hogy meglátja a narancssárgába öltözött nőt, amint ezdekelve felé nyúl, de nem volt ott. Én már jártam itt, mondta, miután visszatért nyókuhoz és Okonorhoz, itt történt a balesetem. Biztos vagyok benne. Itt láttam a másik változatomat. Itt láttam a vízhangomat. Az elvékonyodott terek kiszámíthatatlanok, kiegyensúlyozatlanok. Néha inaktívak, néha viszont pokolien ijesztőek, magyarázta Ennyokú, tükörképek, vízhangok, zárt időhurokszerűségek. Néha doktori szintű kvantummechanikai ismeretek kellenek ahhoz, hogy Vólit megértse az emberi jegyezte meg Okonor, esetleg lelassíthatna egy kicsit a kedvünkért. Ávisz hangokat értem felelte most, de ennek az egész helynek ismétlődnie kéne tette hozzá, mert nem tudta, hogyan írja le pontosan, amit ezen a helyen tapasztalt. Ez ugyanaz a fehér fa volt, ugyanaz a fenyőerdő, ugyanaz a folyó, amire emlékezett, ebben biztos volt, mégis minden furcsának tűnt, mintha nem is az általa ismert helyet látná. Csak a makettjét, úgy éreztem, mintha száz ilyen fát látnék, ezret bármerre nézek, bármelyik irányba. Mintha eltávolodna tőlem a világ. De félbeszakították, először olyannak tűnt az egész, mint egy epilepsiás roham vagy agyvérzés kezdete, valami futó mentális aberráció vagy látászavar, teljesen megváltozott körülöttük az erdő. A fenyves sűrűbbé vált, az ajnövényzet bozótosabbá. Enyoku átverekedte magát az ágakon, mos és okonor követték, és végül kiértek a retpatak partjára, de mintha átkerültek volna a folyó másik oldalára. A fehér Vardogerfa valamiért a túlsó parton volt, nem mellettük. Ott mondta Enyokú, valahogy meglettünk fordítva. Át kell kelnünk. Most visszatartotta. Visszamentek arra, amerről jöttek, és elhaladtak a fehérfa mellett. Megpróbálták megtalálni a kiszáradt patakmedret, követni az autójukig, de eltévedtek, és ismét odaértek a fehérfához. Enyokú felkuncogott értetlenségében. Átverekedték magukat a fenyőkön, és megint a fehér fánál kötöttek ki. Pár pillanattal később minden furcsaság elmúlt. Ismét az általuk ismert erdőben álltak, a saját fehér fájuk mellett, mintha a sűrűbb erdő és az ismétlődések csak optikai csalódások lettek volna. Enioku nevetése olyan volt, mint a harangszó, mondtam, hogy pokol ilyen ijesztő tud lenni. Tűnjünk el innen támaszkodott okonora sétabotjára, vagy azért, mert elszédült, vagy azért, mert nem bízott a talajban, nem lenne szabad itt lennünk. Most sokkal közelebb érezte magát mindahhoz, amit ezen a helyen korábban átélt, úgyhogy alig várta, hogy maga mögött tudhassa, és sietve, szinte futva igyekezett vissza, a kocsi felé. Szíve hevesen zakatolt a rettegéstől. Okonor és Enjoku csak akkor érték utól, amikor már a kidőlt törzsön lévő kőrakásnál járt, ahonnan nem látszott a vardogör. Ez olyan volt, mint az a pillanat, amikor a BL hajtómű beindul, és az ember úton van egy EJP felé mondta, mint az a pillanat, amikor egyszerre lehet érezni az összes lehetőséget. Vali szerint ezt a helyet egy BL hajtómű csinálta válaszolta Okonor. Verejtékezett, az arca kivörösödött. Úgy gondolom, hogy egy BL-hajtómű is csinálhatta helyesbítetten jogú ábrandlomonakó hurkoknak az a trükkje, hogy az időn kívül léteznek. Szinte olyanok, mint egy paradoxon. Ha feltesszük, hogy ezt a teret, a Vardogört, egy BL-hajtómű hozta létre, akkor az a hajtómű bármikor beindulhatott, akár a jövőben, akár a múltban. Mi sorozatként gondolunk az időre, de az idő mutálódik, nem lineáris. Képzeljék el magyarázta, hogy egy hamuval borított, megégett fát látnak. Most bólintott. Most képzeljék el azt, hogy az az erdőtűz, amelyben a fa megégett, még 303 ezer évig nem fog bekövetkezni. Értik! Az elvékonyodott terekben megtörténhetnek ilyen dolgok, kvantumtrükkök. Itt olyan az idő, mint a víz, ami néha felfelé folyik. Ez az elvékonyodott tér egy olyan esemény következménye is lehet, ami még nem történt meg. Lehet, hogy Nikol ezt a helyet írta le a maga homályos módján, döbbent rámos. Olyan szellemekről beszélt egy erdőben, amelyek megelőzik a testüket. Marian, gondolta, és egy másik Marian. Hallom, amit mond, de még mindig nem értem, mi ez a hely válaszolta, nem az a lényeg, hogy micsoda, hanem hogy mi lehet felelt elnyokú. Jól van, kérdezte a nő Okonortól, aki az arcát törölgette egy zsebkendővel a kidőlt fatörzsön ülve. Jól. Csak elszédültem egy kicsit, válaszolta a férfi, mindjárt magamhoz térek. A jelentől csak egy plankegységnyire van a multiverzum, magyarázta Enjoku. A kvantum gravitáció olyan, mint egy cipzár, ami az összes lehetőséget egyetlen igazságba húzza össze, a terra firmába. Az elvékonyodott tér pedig az a rész, ahol a cipzár egy kicsit megakad. Mekkora ez az elvékonyodott tér, kérdeztem most, csak a fa? Vagy az egész erdő? Nem tudom. Csodálatos dolog, de a méretét illetően még találgatni sem vagyok hajlandó felelte enyjokú. A legtöbbé elhurok csak hipotetikus tér, inkább matematikai feladvány, mint definiálható geolokációs pont. Nagyon kevés olyan BL hurok van, amit meg tudtak figyelni a Földön, és ez a példány nagyon, elképesztően egyedi. Vagyis elég ritka az ilyesmi nyugtáztamos, a Földön ritka, de a Black Vale környékén lévő kilövési terület tele van velük. Részben pont ezért rakta az NSC az űrbe felelte Okonor. És még miért, kérdezte Mos. Enyoku felnevetett. Ó, Nos válaszolta, a 80-as évek elején a haditengerészeti kutató laboratóriumban megjelent egy tanulmány, amely szerint a BL hajtóművek masszív fekete lyukak kialakulását is beindíthatják. Legalábbis elméletben. ami mi hajóink a kvantumhabban képesek átkelni a fekete lyukakon, de, őszintén szólva, ha valami rosszul alakulna, akkor a holdbéli bázis sem lenne elég messze. Maga most szórakozik velem döbbent meg most. Eniokú mosolyogva megvonta a vállát, matematikai feladványok ismételte meg. Erről igyekszünk nem nagyon tenni említést azokban az éves beszámolókban, amelyeket a kongresszusnak kell benyújtanunk, jegyezte meg okonor. Jól vagyok, tovább mehetünk. Fekete lyukak, elvékonyodott terek ragadta meg mosokonor kezét, hogy felsegítse a férfit, hol van a többi elvékonyodott tér. Egy losz alamosban, három a Csendes-óceánon. Mindegyik korai BL hajtómű próbák eredménye felelte Eljoku, a legtöbb csak néhány részecskét érint. De az egyik csendes óceáni elég érdekes. Olyan, mint ez. Ilyen nincs még egy jelentette ki Eljoku, ez akkora. Mi benne voltunk. Az a csendes óceáni téridőhurok elég nagynak számít, és az is csak pár arasznyi. Messze nem akkora, mint a vardogőr, de ahhoz elég nagy, hogy minden halvíz hangja megjelenjen benne, ami átúszik rajta. Halvíz hangok, kérdezte most, csendes óceáni makréla magyarázta enjoku, simán előfordulhat, hogy kifogod, és mégis elúszik. És az, amelyik elúszik, mindig nagyobb lesz annál, amit megfogtál nyugtázta okonor. Megfigyeltük a csendes óceáni elvékonyodott térben vízhangzó halakat, de az egyben egy gödelhurok is, vagyis egy speciális típusú zárt időhurok magyarázta Enyoku. Egy nagyon furcsa pont az óceánban. Ezt már mondta. Mitől olyan furcsa? Kérdezte most. Egy négydimenziós Lorenz transformáció. Egy. Figyeljenek, ha elég hosszú ideig nézik azt a kis foltot, akkor látni fogják ahogy a rendszer eredeti halai visszaállnak a kezdőpontjukra a ciklus elején. A zárt időhurkoknál még soha nem jutottunk közelebb ahhoz, hogy a múltba is vissza tudjunk utazni. Á, halak ismétlődnek, kérdezte most, vagyis bele vannak ragadva egy ciklusba. A ciklus jó kifejezés válaszolta Enjoku. Különböző típusú zárt időhurkok léteznek, az információ többféleképpen is át tud hurkolódni a féregjukakon, hogy előre menjen az időben, de akár vissza is, és abba a pillanatba érkezzen meg. Amelyből elindult. Amikor bedugtam a kezem abba a vízbe, és megvártam a ciklus elejét, akkor úgy tűnt, mintha a kezemben lenne a hal, majd egyszer csak már nem volt benne, hanem vidáman elúszott. Nagyon furcsa érzés volt, nyálkás. Ha valaki abban a vízben horgászna, újra és újra kifoghatná ugyanazt a halat. Vagy leszedhetne egy gyümölcsöt, és láthatná, hogy még ugyanabban a pillanatban újra nő idézte fel Mos, amit Nikol mesélt neki cigarettázás közben. Amikor egy gödel hurokhoz hasonló valamit írt le neki a gyermekkori élményei kapcsán. Mikor lehetett Nikol gyermekkora? Merült fel benne a kérdés. Mikor kerülnek az olyan csodák, mint a gödelhurkok, gyakorlati alkalmazásra, mikor válnak hétköznapi jelenséggé a kenyai gyümölcsösökben, mezőgazdasági eszközökké. Nikol soha nem volt éhes gyermekkorában, a szántóföldek soha nem maradtak parlagon. A haditengerészet biztosan meg akarja majd vizsgálni ezt a helyet. Intézkednem kell, mondta Okonor, elfogják keríteni, le fogják zárni. Az egész környéket. Induljunk! A kiszáradt patak mentén simák voltak a kövek, lecsiszolta őket a víz, ami itt szokott folyni most egyikről a másikra lépett a visszafelé vezető úton eljokú és okonor nyomában. Biztosan könnyű volt lapos köveket találni a kőrakásokhoz, gondolta. Mindenütt ilyenek vannak. Kijelölte meg ezt a helyet. Az FBI erre felé vette észre a fekete furgon sofőrjét, Richard Herriert, mielőtt követték egészen de biztosan nem ő jelölgetett a környéken, gondolta, hanem a Libra túlélői. Ezt a helyet egy BL hajtómű hozta létre. Bekukucskált a fák közé, hát ha meglát egy űrhajót. De csak fák voltak mindenütt, a távolban pedig még több fa. Hogy hívják, kérdezte Oku, amikor a kocsihoz értek, kit, kérdezte Mos, azt mondta, hogy van valaki Bostonban, akivel maga szerint találkoznom kellene. Jayla válaszolta most, Jélának hívják, de a vezeték nevét nem tudom. Saxofonozik. A furgonjában megvárta, hogy Okonor kimanőverezzen a szubarujával a tisztásról, és villogó féklámpákkal learaszoljon a meredek lejtőn. Aggódott érte, a férfi nagyon sápatnak tűnt. Miközben elköszöntek egymástól, Okonor még délután vissza fog indulni Washingtonba, ami több órás autóutat jelent. A haditengerészet hamarosan megszállja ezt a helyet, az első kontingensük alkonyatra várható, ha nem hamarabb. Enioku hazarepül Pittsburghből, de pár nap múlva visszatér a kutató laboratórium fizikusaival, hogy alapos vizsgálatnak vessék alá a vardogört. Most még mindig beleszédült, amikor felidézte, hogyan töredezett szét és sokszorozódott meg az erdő, olyan volt, mintha egy szemgörcsre emlékezne. A termoszában lévő kávé meleg maradt, a táj békésnek tűnt, mégis úgy érezte magát, mint egy örvényben keringő falevél. Valami ide vonzotta erre a helyre a távoli jövőben. Amikor elszenvedte a saját keresztre feszítését, de a közelmúltban is, amikor nyomozni kezdett, murszulték halála ügyében. Egy örvényben keringő falevél, egy kör egy másik körben. A Wendy's, a Clarksburgi Westpicknál összefirkált szalvéták. Minden megváltozott, de semmi sem változott, fűszeres csirkefalatok majonéz nélkül, papír tányéra látét, papírpohárban felszolgált. Ketchupba tunkolt sült krumpli, írás, az égre kiterített férfiak és nők anatómiája. Pepsi ívás, a jégkockák hangja a papírpohárban, írás, polleneső visszafelé, írás, furcsa szimetria, az égi boncolások és az akasztottak, a virágpor és a menekülő emberek. A délután során összegyűltek a felhők, hideg front érkezett. Odakint apró szemű eső hullott. Most kiment a friss levegőre, megállt a gyorsétterem előtetője alatt. Azt kívánta, bár csak még mindig dohányozna, a régi függőségek soha nem múlnak el teljesen. Ez a késői óra tökéletes időpont lenne egy cigarettára, itt, magányosan, hogy megnyugtassa az idegeit, egy erdőajtókkal, amelyek új erdőkbe vezetnek szinte érezte a dohány ízét, és elgondolkozott azon, hol vehetne a környéken egy dobozzal, vagy hol szerezhetne akár csak egy szálat, kitől kérhetne, aki elsétál mellette. Ekkor rezegni kezdett a telefonja, Brock. Azonosították az egyik Bakhannóni holtestet, amit a furgomból húztunk ki, Maria mellől mondta a férfi. Azt mondtam az orvosoknak, hogy tartsák titokban ezt az információt. Úgy gondoltam, hogy beszélnem kell magával, mielőtt tovább lépnénk. Megköszörülte a torkát. Most hallotta a hangján a küszködést, egyértelműen beazonosították folytatta, tévedés kizárva. Ryan Vrali Torgyörzen. akit a CGS robbantással gyanúsítottunk nyugtázta most. De ő is. Torgyörzen is olyan, mint Marian felelte Brock, kettő van belőlük, belőlük is kettő van. Vagy klónok, vagy megduplázták őket valahogyan. Koncentráljunk Torgyörzenre, megfigyelés alatt tartotta. Most beszéltem Rashondával, megkérdeztem, hogy Torgyörzen mikor ment be utoljára a munkahelyére, és ő azt felelte, hogy egész nap az asztalán ült. Senon, ez a fitkó nem lehet egyszerre egy íróasztal mögött és a boncasztalon, ez lehetetlen. Nem értem, mi folyik itt. Nem értem Mariant. Most hol van, kérdezte Mos, a feleségem felhívta az otthoni számát valamilyen ürügyjel, a feleségével beszélt. Ott van, otthon tartózkodik. Beszéljünk vele, javasolta Mos, már visszaértem Clarksburgbe, a Sigis közelében vagyok. Találkozzunk Torgyerszennél. Mi a címe? Ryan Torgersen háza egy új ház volt Clarksburgtől északra, ami a CGS komplexumának elkészülését követő, kis fellendülés során keletkezett. Egyike egy sor egyforma. Félkészen leszállított családi otthonnak, amelyeket mosanya megháznak nevezett volna. Most megpróbált eligazodni a környező utcákon, amelyek egymás másolatai voltak, tökéletesen egyformák, egyszerre tervezték meg őket. Mégis átláthatatlan volt a hálózatuk a maga zsák utcáival és hurkaival. Már leszállt az éj, a legtöbb ablak függönye alól fényszűrődött ki. Brock a szomszédház előtt várakozott ezüst színű szedányjában, egy aránylag új autóban. Most kirázta a hideg az ismétlődésektől, libabőrös lett tőlük. A férfi mögött parkolt le, majd átült az ő kocsiába. Legszívesebben elmondta volna neki, hogy amikor utoljára így ültek együtt, Brock éppen meggyilkolt két különleges ügynököt. El akarta mondani neki, hogy mit veszített el a jövőben. És mit mentett meg már is azzal, hogy itt megtalálta Medve cukor illata, klasszikus zenei rádió lehalkítva, verejték Brock arcán, hogy akarja csinálni, kérdezte a férfi, kérdezzünk rá a megtalált hullára. Ne válaszolta most, kérdezzük ki az életéről, az itteni karrierjéről. Lehet, hogy nem is tud arról a másik holtestről. Sőt, lemerném fogadni, hogy fogalma sincs róla. Kicsit óvatosabban kell tapogatóznunk nála. Nem akarom túl nyersen szembesíteni a dologgal. Ashley Bítak azt állítja, hogy nem tudta, mi folyik a pajtájában, hogy fogalma sem volt arról, hogy miket művelt ott a fia. Sikerült szóra bírniuk, kérdezte most, és azt a fickót, akivel együtt volt, Heriert. Ő semmi olyat nem mondott, amit ne tudtunk volna eleve válaszolta Brock. Ashley Bítak pedig most veszítette el a fiát. Amikor közöltük vele, hogy Jaredet lelőtték tűzharcban, megtört, és hol beszélt, hol nem, mielőtt megérkezett az ügyvédje. Fájdalmas kitörései voltak, néha nem is lehetett érteni, hogy mit akar mondani. Kikérdeztük Murszultról, és megemlített egy ügyvédet, akit a pasas állítólag ismert. Marian is beszélt valami ügyvédről, nem. De igen válaszolta most, miközben határozatlan érzések kavarogtak valahol a gondolatai mélyén. Úgy érezte, valamire emlékeznie kéne, össze kellene illesztenie néhány kirakós darabot. Nem tudom, hogy fontos -e ez az ügyvéd, de meg kellene keresnünk jelentette ki. Megkérdeztem a nevét. Ashley Bítak nem tudta vagy nem akarta megmondani folytatta Brock, gyors temetést követel a fia számára, de a haditengerészet elkobozta a maradványait. Az anyja megtagadta az együttműködést. Ashley Bítak elveszítette a fiát, de Brock megnyerte a saját gyermekei életét, hány évesek a lányai, kérdezte most, kettő és négy válaszolta Brock. Hány évesek lesznek a 2024-es évben, amikorra a terminus teszik? 29 és 31 fiatal felnőttek lesznek, amikor megnyílik az égen a fehérjük. Az összes élet ugyanabban az örvényben rohant ugyanabba a csatornába. Együtt sétáltak oda a házhoz. Brock bekopogott az ajtón, mielőtt megnyomta a csengőt. A nappaliban felkapcsolódott egy lámpa, az ajtó befelé nyílt, nem volt rajta biztonsági lánc. A nő filigránnak tűnt, bőpulóvert és nadrágot viselt, házi papucsot. Döbbentnek tűnt, de a kertvárosiak udvariasságával rájuk mosolygott. Hölgyem, én William Brock különleges ügynök vagyok az FBI-tól. Ő Shannon most különleges ügynök az ncis től Mr. Torgersen itthon van. Beszélhetnénk önökkel pár percet. Igen, csak had. Csak egy pillanat válaszolta a Mrs. Torgersen, jöjjenek be nyugodtan. Mindjárt szólok neki. Az előszoba katedrális szerű mennyezetén két tetőablak világított az éjszaka lila színeivel. A padló márványból volt, lazac rózsaszín és bézs örvényekkel. Missis. Torgyörzen bevezette őket a szalomba, majd kiment megkeresni a férjét. Most hallotta, ahogy távolodva felkiabál. Ryan. Torgyörzen és a felesége együtt tértek vissza. A férfi hatalmasnak tűnt az apró nő mellett, szinte humoros kontrasztot alkottak. Terepzöld nadrág, csíkos póló betűretlenül, ezüstös, ritkuló haj. Broka, jámbor szóval jellemezte korábban most számára puhánynak tűnt, de ideges típusnak. Ivott, a levegőben alkohol szakterjenget. Miről van szó, kérdezte Thor lenne pár perce arra, hogy válaszoljon néhány kérdésre. Természetesen válaszolta a férfi, drágám, feltennél egy kávét, a feleség eltűnt a ház mélyén, és most hallotta, hogy kinyitja a konyhai csapot, vagy teát szeretnének, esetleg valami mást. Fordult feléjük a férje, nem tudom, hogy ihatnak-e, hogy szolgálatban vannak-e. Kérem, foglaljanak helyet, jöjjenek beljebb. Miről van szó? A kávé jó lesz foglalt helyet. brok az egyik bőrkanapén. Torgyörzen vele szemben ült le, két kezét összefonta az ölében. Egyik térde fel alá járt, sarka hangot adott a szőnyegen. Mr. Torgyörzen, elmondaná nekünk, mikor kezdett az FBI-nál dolgozni, kérdezte Brock. Persze válaszolta a férfi, miközben verejték ütközött ki a homlokán. Letörölte a keze fejével, azt hiszem, tíz éve. Nem, már tizenegy is megvan. Valami munkahelyi probléma miatt jöttek ide. El nem tudom képzelni, mi lehet az. Az új lenyomatosoknál dolgozom. Én is Washingtonból jöttem át, amikor pár éve elkészült az új létesítmény. El nem tudom képzelni, mi lehet a probléma. A CGC épületében dolgozik, mondta Brock, így van. Azt mondta, Brocknak hívják. Én egy Resonda Brockkal dolgozom együtt, nem rokonok véletlenül. A feleségem, válaszolta neki Brock, említette már magát. Elmondanák, hogy miről van szó, kérdezte a férfi, boldogan segítek maguknak. Csak nem tudom, miben kellene. Hogyan sikerült beilleszkednie az új helyen, kérdezte Brock, Washington nagyon különbözik Nyugat-Virginiától. Önként jelentkezett az új helyre. Jól érzi itt magát. Resonda biztosan mesélte, mekkora a stressz. Egy élvonalbeli számítógépes rendszeren dolgozunk, egy országos új adatbázison, de folyamatosan költségvetési problémákba és szoftverhibákba ütközünk. Hamis találatok, hiányos adatok. Legnagyobb részt még mindig kénytelenek vagyunk új lenyomatkártyákkal dolgozni. A nagyobb városok egy része ezt már számítógéppel intézi, és ez nagyon kínos, mert ők pár másodperc alatt megtalálják azokat az egyezéseket, amelyekhez nekünk dobozokon kell átrágnunk magunkat. megéget megégett holtestét megtalálták a Ryder furgonban, ahonnan egy Charlestoni boncterembe került, most mégis itt ült a nappaliában, mint egy vízhang, egy újabb vízhang. Most látta, hogy izzad, bár a mosolya szívélyes maradt. Nagyon segítőkésznek tűnt, ugyanakkor izget mozgott, olyannak tűnt, mint egy sebeit nyalogató állat, végighúzta a kezét ezüstös haján, utána a karján, a ruháját húzkodta. A konyhából üvegcsörömpölés hangja szállt be. Megnézem, mi a gond mondta mos. A ház soha véget nem érőnek tűnt, ajtók nyíltak a központi folyosóról, amelyek további, láthatatlan folyosókra vagy szobákba vezettek. Nincsenek gyermekeik, gondolta Mos, minden rendezett és tiszta volt. A konyha hatalmasnak bizonyult, közepén egy konyha szigettel, egy reggelizőasztallal és a teraszos füves hátsó kertörnyíló francia ablakkal. Missis! Torgyörzen elejtette a kávészkancsót, és éppen térdepelve seperte össze a maradványait. Láthatóan kivolt borulva, sírt. Hallottuk a csörömpölést, mondta Mos, hadd segítsek összetakarítani. Jól van! Mrs. Torgersen korábbi barátságos kisugárzása szerte foszlott, arcán immár kimerültség és bánat vagy rettegés tükröződött. Leült a konyha asztalhoz, és mentegetőzni kezdett, miközben most papírtörlőket tépett le egy tekercsről, és felszedegette a nagyobb üvegcserepeket. Nem tudom, mit tegyek, mondta Mrs. Torgersen, bármiről is van szó, mi segíthetünk ült le mellé most, miután felszeperte a padlót. Tartóztassák lesuttogta Mrs. Storjörzen olyan halkan, hogy éppen hogy csak hallani lehetett, megváltozott, annyira másmilyen lett, bántotta magát, kérdezte most. Nem válaszolt a Mrs. Torgerzen olyan csüggetten, mintha úgy érezné, ezt nem tudja elmagyarázni, nem erről van szó. Dolgokat mond, és nagyon sokat iszik, milyen dolgokat mond. Ő akart ide költözni jelentette ki a nő, hallott erről az új épületről, a Szégyisről, és megszállottan ide akart jönni, de nem tudom, miért. Nyugat Virginia. Semmi okunk nem volt a költözésre, mégis ez lett a mániája. Folyamatosan Nyugat Virginiáról és Clarksburgről beszélt. Ez volt az a változás, amit észrevett, kérdezte most. Nem, már azelőtt megváltozott felelte a nő. Hangulat ingadozásai voltak, csúcspontok és mélypontok, és amikor azt mondta, hogy Nyugat-Virginiába költözünk, arra kértem, ne tegyük. Veszekedni kezdtünk, pedig korábban soha nem veszekedtünk. És akkor kezdett mesélni az ábrányairól. Milyen dolgokról? Erőszakos fantáziálgatásokról magyarázta a nő, korábban soha nem beszélt nekem ilyen dolgokról, de egyszer véres ruhában jött haza ekkor már nagyon sírt, az arca kivörösödött, állát megfeszítette, fiatalabb volt, fiatalabbnak tűnt. Vékonyabbnak. Átázott, csuromvizes volt, és csupa vér. Véres ruhában tért haza, kérdezte most, balesetet szenvedett. Nem árulta el, hogy mi történt Válaszolta: a Mrs. Torgersen, azt hittem, megsérült. Annyira megváltozott fizikailag, annyit fogyott. Először azt mondta, hogy elütött egy őzet, és megpróbálta ellátni, de folyton változtatgatta a sztoriát. És aznap este vesztünk össze. Miután lefeküdtünk, azt kérdezte, hogy meg akarok-e halni, hogy meg akarom-e ölni magam azzal, hogy nem vagyok hajlandó nyugat Virginiába költözni. Ezt hogy értette, kérdezte most, nem tudom, a nő már remegett, nem tudom. Azt mondta, hogy látott meghalni, és soha többé nem akarja látni, ahogy meghalok, megfenyegette. Meg akart menteni valami olyasmitől, ami a fejében van magyarázta Mrs. storgers Megkérdezte, hogy emlékszem-e arra az testére, amikor vendégül láttuk vacsorára a főnökömet és a feleségét. Azt a vacsorát még Washingtonban tartottuk, évekkel azelőtt. Azt mondta, hogy miután a főnökömék elmentek, és mi otthon mosogattunk, pár fickó betört a házunkba. Én persze nem tudtam, miről beszél, valami téveszméje volt. Azt hittem, rohamot kapott. Nagyon megijedtem. Azt mondta, több férfi is bejött a házba, őt megkötözték, lefogták, és arra kényszerítették, hogy végignézze, ahogy, ahogy engem lefejeznek, levágják a fejemot. A szemeláttára. Azt mondta, hogy ő látta ezt, hogy arra kényszerítették, hogy az ölében tartsa a fejem, és ő üvöltött, könyörgött nekik, hogy hagyják abba, de én meghaltam, és ő. Most megfogta Mrs. Storgerzen kezét, és azt mondta, semmi baj. Mi segíthetünk neki. És azok a férfiak megvárták az éjfélt, mielőtt elmentek a házunkból. Berakták őt egy furgon hátuljába, és elszállították valahova, be az erdőbe. És utána olyan dolgokat látott. Nem tudta leírni, miket, de morbid dolgokat. Azt mondta, azok az emberek arra kényszerítették, hogy átkeljen egy folyón, és a túloldalán megkérdezték, hogy akar-e még élve látni engem. Mert visszaadhatnak neki, és azt mondta, hogy utána hazaszállították, és én ott voltam. Úgy aludtam, mintha mi sem történt volna. És úgy gondolta, hogy életben kell tartania magát foglalta összemos. Így van. Hogyha Nyugat-Virginiába költöznek, a segít ebben. Azt mondta, hogy amikor eljön az ideje, Nyugat-Virginiába kell költöznünk, válaszolta a nő. Hogy készen kell állni a bizonyos dolgokra, de bármit is tesz, azt értem teszi, és bármi is történik majd, meg fog védeni, de olyan sokat iszik, és most maguk is idejöttek, és nem tudom, mit. Mit akart megtenni, kérdezte most, milyen bizonyos dolgokat. Nem, nem tudom, de nem ő az egyetlen. Azt mondta, mások is vannak. Nem tudja, kik azok, de mindegyiküknek megvan a maga szerepe. Valaki a titkos szolgálattól, azt mondta, többen az FBI-tól, a hadseregből. Van egy pisztolya az éjjeli szekrényben. Korábban soha nem volt fegyvere. Én azt mondtam, tüntesse el a házból, de ő csak úgy tud aludni, ha mellette van. Mások is vannak. Torgyörzent egy olyan furgomból húzták ki, amelyben más holtestek is voltak, amelyeknek a vízhangja talán még mindig él. Most Torgyörzenre gondolt. Amint átkel a fekete folyón a felesége vérétől mocskos ruhában. De a felesége él. Hilde rugger, az ördög. Ő képes lenne átkelni a vardogeren. Az átjárható olyan, mint egy világok közötti ajtó. Hilde Kruger úgy utazgat az idővonalak között, ahogyan egy póka -pók hálón, és közben férjeket öl, feleségeket öl a megfélemlítés véget. Vízhangokat hoz a Terra firmára. Titkos szolgálat, FBI. Most alvó ügynököket látott maga előtt titkos létesítményekben, akiket ugyanúgy beszerveztek, mint Torgyörzent, és akik csak arra várnak, hogy meghúzhassák a ravaszt. Hányan lehetnek még? Vízhangok hadserege. Kiabálás a másik szobában kivehetetlen hangok, vádak. Brock higgadtabb hangja. Mrs. Storgerson felállt az asztaltól, és azt mondta. Ryan, két lépést sikerült csak megtennie a robbanás előtt. Folyékony, narancssárga fényfutó benyomása a falakon, majd Mrs. Storgerson, amint a levegőbe repül, most pedig hátraesik. Most felfelé úszott a sötétségben. Csengett a füle, halkan zúgott, ezen kívül semmit nem hallott. Hol? Hol vagyok? Egy konyhában. Lángokat látott. Sziréna szó. A hátán feküdt, a konyha padlóján. Tudok mozogni, gondolta, miközben összeszedte magát. Megpróbált felállni, de megingott, és szédelegve visszaereszkedett a padlóra. Hiányzott a lába, a protézise. Hol van? Körülnézett, és egy holtestet látott, egy nőjét. Mrs., de nem jutott eszébe a neve. A nő a konyha padlóján feküdt és sikoltozott. A nő furcsa szögben feküdt. Most mászni kezdett. Brok, brok, sikoltotta, de a hangja a víz alól szólt, brok. A ház lángokban állt. Ráébredt, hogy robbanás történt. Végig kúszott a folyosón beomlott gipszkarton falak, kiálló gerendák, por, füst. A füstérzékelők éles hangja vetélkedett a füle zúgásával ami a nappaliból megmaradt, az éget, a falak eltűntek. Fekete füst szállt fölfelé a gerendák mentén, a mennyezet helyén, gomolygott kifelé a tetőn keletkezett lyukakon. Már a tűzoltók is megérkeztek, vörös szirénájuk villogott. Én jól vagyok, mondta most az egyiknek, Brock mondta. Valaki felemelte, a karjában tartotta, Brock ismételte meg, kifelé, kifelé cipelte ki egy tűzoltó. Zseblámpa fény, sikoltozás. Van egy nő a konyhában kezdett visszatérni mos józansága. Követte a zseblámpák sugarát, és meglátta a holtesteket a nappaliban, amelyeket szinte teljesen eltakarta a fekete füst. Torgyörzen teste darabokra volt szaggatva, a feje különböző helyeken hevert. Brokot is meglátta, a lábai leszakadtak a testéről, és az egyik karja is eltűnt. Fehér csont, vörös hús. Most felsikoltott. Köhögve, a füstől égő tüdővel sikoltozott és zokogott. Brock meghalt. Végül kicipelték onnan, maszkot tettek a szája elé, a friss oxigén kitisztította a tüdejét. Csak nézte az égő házat, a ragyogó világosságot. Negyedik rész. 2015-2016. Meginvitálom magam. Erre a szellem vacsorára. August Strindberg, szellemszónáta. 1. Brock halála után egy héten belül felszállt a makormóranttal. Három hónap teljes magányban, a szürke galamb némaságát csak a fülem zúgása enyhíti, Thor öngyilkos robbantásának maradandó hatása. Az emlékeim foltszerűek voltak, mintha részeket vágtak volna ki egy filmből. Az egyik pillanatban kiabálást hallottam, a következőben felébredtem a tűzben és csak szorványos emlékeim voltak Brock véres testéről és Torgerzen visszhangjáról, az égő nappaliban szétszóródott testrészeikről. Brock halála féregként vonaglott a szívemben. Miért nem tudtam, hova sétálunk be? Az életem teleszkópszerűvé vált. Már egy évet leéltem, mióta Nestor kora hajnalban felhívott azzal, hogy kivégeztek egy családot, de az a gyilkosság még friss volt, alig pár hetes. Láttam a jövőt, de nem értettem a dolgok átfogóbb sémáját magam körül. Semmi nem volt egyértelmű, és a jövő már is úgy elpárolgott, mint a harmat. Okonor meglátogatott Larksburgben, a C.D.C. épületében lévő irodámban. Együtt sétáltunk a folyosóin, és elképzeltük az épület sorsát egybe nem következő jövőben. Beszéltem az orvossal, aki füstmérgezéssel kezelt mesélte, azt mondta, hogy beszakadt a dobhártyád a robbanástól, de más bajod nem esett. A halláskárosodásod csak átmeneti. Hogy vagy? El tudok menni feleltem, bár a hangja túl távolinak tűnt, túl halknak az úgáshoz képest. Nem érdeklődött a füstmérgezésemről, és arról sem, hogy traumatizálta a robbanás. Csak annyit kérdezett hogy a testem képes -e elviselni egy újabb utazást egy másik ejp egy hónapon belül, készen állok rá. Beszélgettünk Torgerzen feleségéről, arról, hogy hogyan rángatták át a férjét az erdőn, és olyannak képzeltük el a vardogört, mint egy nagy kereszteződést, mint egy küllőkkel teli kereket, amelyben minden küllő egy kicsit más EJP-be vezet. Tudtuk, hogy további vízhangokat is áthoztak már, amelyek úgy várakoznak, mint pókok a hálójukban, éppen olyan feszülten, mint Torgyörzen, arra várnak, hogy Hilde megrángasson egy szálat, és kiűzze őket a fényre. Okonor végignézte azokat a tervrajzokat, amelyeket brokkal találtunk Bakhanomban, azokat a helyeket, ahol Hildekrugger beépített emberei dolgoztak, szövetségi létesítmények mondta. NSC célpontok Kilövési helyszínek, haditengerészeti egységek, ezek a tartóoszlopok védenek minket a terminustól, de Hildekrugger tönkre akarja őket tenni. Miért? Azért kellett visszautaznom, hogy kiderítsem, milyen rémségek várnak még ránk, utána beszámoljak róluk a Terra firmán, hogy itt és most készülhessünk fel Hildekrugger húzásaira. Hogy megakadályozhassuk őket mielőtt elbúcsúztunk, Okonor még elmesélte, hogy a haditengerészet lezárta a vardogört, diszkréten csinálták, de hamarosan teljesen elkerítik a környéket. Enyoku ott dolgozik a kutató laboratórium többi tagjával. A Blackwater panzió kunyhóinak legnagyobb részét ők bérlik. Az elvékonyodott teret tanulmányozzák. Ha odaértél a jövőbe, jelentkezz nálunk. Derítsd ki, milyen tér és időajtókat sikerült felfeszegetnünk. A Black Vale ezer egyének a csipogása ébresztett Buckhanonról szóló álmaimból, a holdbázis értesített, hogy a hajóm kijutott a semmiből. A portára pillantottam, hatalmas telihold, földfény. Megnéztem a dátumot a szürke galamb kijelzőjén, 2015. Szeptember, egy újabb EJP, egy újabb jövő. Még egy üzenet a Black Valley-től. Black Vale közel körzet szóltam le a légitámaszpontnak. támaszpontnak. 707 Golf Delta mondtam, miközben kivertem a fejemből az álomfoszlányait, Nestort a füves réten, a csillagokat vérző éjszakai égboltot. Közölje a nevét, és tegye a szemét a fedélzeti retina azonosítás céljából válaszolta egy hang. A Black Vale ezer rákapcsolódott a szürke galamb számítógépeire, ahogyan mindig is tenni szokta, de az NSC mindig élő emberekkel üzemeltette az irányító tornyot. Valami nem stimmelt, senom most mondtam. A retina szkenner egy távcsőszerű szerkezet volt az irányító panelben. Ráhajtottam az arcom a gumimaszkra, tágra nyitottam a szemem az erős fényben. Üdvözöljük, senom most különleges ügynök. Belépési engedély letöltése, kapcsolatfelvétel a netvárkommal. Táj, Black Vale közelkörzet mondtam, itt a szürke galamb kapitánya beszél. A Black Vale kapitányával akarok beszélni, az irányító torony sötét, Senon. Ez azt jelentette, hogy a Black Vale már nem létezik, hogy eltűnt a holdbázis, hogy egy számítógéppel beszélek, amit maga alátemetett a holdpor, esetleg egy sötétben köröző műholdal. Minket arra tanítottak, hogy amennyiben az NSC már nem létezik, vonuljunk vissza a sötétségbe, kapcsoljunk le minden lámpát és a periferiális számítógépeket, és némán várjuk meg. Amíg a BL-hajtómű ismét beindul. Arra tanítottak minket, hogy ilyenkor egyszerűen menjünk haza, hogy a hat hónapos utazásunk ebben az esetben felesleges volt. Lekapcsoltam a szürke galamb belső világítását, és rádöbbentem, hogy ha a Black Vale nem létezik, akkor az NSC-t elpusztult vagy bezárt. Újabb percek teltek el, majd észrevettem, hogy a Black Vale ezer még egy üzenetet küldött. Megérintettem a digitális kijelzőt, és Okonor arca töltötte be a képernyőt. A bőre májfoltos volt, csupa ér, csupa ránc, a szemöldöke fehér és bozontos. Az irodájában volt, egy széles körben kultivált, szeretem magam, tábla előtt, amelyet a legtöbb ügynök az okleveleivel ok és a kitüntetéseivel rakott tele, ő viszont a spánieljei fotóival. Senom mondta öreg, száraz, rekettesz hangon, ha ezt látod, akkor egy ejp vagy, és a mi nem létezik, és én sem létezem ebben a pillanatban, ami vigasztaló gondolat számomra. Mert úgy érzem, hogy még felébredhetek ebből a rengeteg szörnyűségből. Téri vissza a terra firmára, Shannon. Most azonnal, ne húzd az időt. Ennek a felvételnek az idején, 2014. júniusában 2017. decemberére tesszük a terminuszt, és mire megnézed ezt a videót, még közelebb kerülhet. A föld, az emberiség. Nincs remény. Kíváncsi lennék, hogy látod-e a fehérjukat. Kíváncsi vagyok, hogy azt látod-e most? Kíváncsi vagyok, hogy a terminushoz érkeztél -e meg? Kíváncsi vagyok, hogy élsz -e még? Hogy nem késtem -e el? Kérlek, senon, menj haza! Menj haza! Az Egyesült Államok haditengerészete életbe léptette a Saigon hadműveletet. Evakuáltak minket, már nem vagyunk ott. Az egész NSC flotta eltávozott, más jövőket keres, más világokat. Nem fogunk visszatérni. De figyelmeztetnélek valamire a te jövőddel, a Terra firmával kapcsolatban. A Vardogör, az az elvékonyodott tér, amit te fedeztél fel az erdőben, veszélyes hely, nagyon veszélyes. Kérlek, kerüld el! Olyan sok embert elveszítettünk abban az anomáliában. Majdnem harmincat. Elveszítettük Valinyókut és azt a kommandós csapatot, amelyik a megmentésére indult, elveszítettük azokat a fizikusokat, akik azt a helyet tanulmányozták. Amikor hazaérsz, mutasd meg nekem ezt a videót, és Vólinak is. Ne engedj oda minket. Mindenki eltűnt, senki nem tért vissza. Ezzel Okonor arca eltűnt, és nyúkú évette át a helyét az erdőben, a vardogör közelében, a napnyugta bronzvörös fényében fürdőfenyők között. A dátum és az idő is látszott, 04, 03, 97, délután. 6 óra 3 perc. Enioku fehér laboratóriumi kezes lábast viselt, és beszéd közben a fejére húzta a kapucniát. Hányadik teszt is ez, ez a 17. lesz válaszolta valaki, egy operatőr. A tizenhetedik mondta Enjoku, miközben a szája elé húzott egy légzőmaszkot, jól hallotok. Oké. Okay. A vardogör megnyílik, és szerintem a kvantumhabot imitálja a folyó mentén. Szerintem át lehet sétálni rajta. Ma reggel átdobtam egy követ a folyón, és láttam, ahogy megérkezik, valahol mélyebben, most levideózzuk. A vardogör rendszeresen megnyílik, de még nem sikerült megfejtenünk a mintázatát. Nagyjából 12 óránként. Aki odafigyel, az megérzi, mikor fog megtörténni, olyan, mintha elektromos töltés kúszna végig az ember karján. Most belesétálok, hogy kiderítsem, vissza tudom-e hozni a követ, amit eldobtam. Némi várakozást követően, miközben a kezét a megégett fakérgén tartotta, láttam, hogy enyökú arca felragyog. Érzitek, kiáltott oda az operatőrnek mosolyogva, libabőr húzta végig a kesztyűjét a köpenye ujján. Ha, meg is van. Megy a felvétel. Látom az ösvényeket. Mindenütt ott vannak. Közelebb hajoltam, de semmi rendkívül itt nem láttam a képernyőn. Kíváncsi voltam, mit láthat Enyoku, mit ért, ösvények, alatt. Enyoku habozva előre lépett. Állítsátok be a stoppert, mondta, miközben átbújt a sűrű fenyők között, majd eltűnt. A videó még több percig folytatódott, az operatőr végül követte nyókut, átment a fák között. Kiért az ismerős tisztásra, a redpatak mellé, de senkit nem találtott. Enyokú, mondta az utolsó másodpercekben. Enyokú. A Black Vale ezer végigcsinálta végig csinálta a beprogramozott lépéseket, miközben én újra lejátszottam Enjoku eltűnését, azt a szinte kedélyes jelenetet, amelynek során semmivé vált. Amikor ő, Okonor és én úgy éreztük, hogy eltévedünk a vardogörben, a táj mintha folyamatosan megismétlődött volna, mindig visszaértünk a fehér fához. És amikor megláttuk a Red Patakot, a patak partjai mintha kicserélődtek volna, és nekünk át kellett volna kelnünk rajta ahhoz, hogy visszatérjünk oda, ahol voltunk. Marian is valami ilyesmit mondott, idéztem fel, hogy át kellett kelnie a folyón. Elképzeltem, amint Enioku begázol a vízbe, hogy visszahozza a kövét. Hova tűnt? A Black Vale ezeregye kapcsolatba lépett az Apollo-szaucek számítógépes rendszerével, letöltötte a netvárkon belépési engedélyeit, és kapcsolatba lépett az NCIS-szel. Hogy a kormórant megőrzéséről gondoskodjon. Láttam, ahogy a föld félholdja kiemelkedik az Éjszaka tengeréből, lenyűgözően és törékenyen, de sorsára hagyva, eldobva. A Saigon hadművelet azt jelentette, hogy csak néhány kiválasztott élete menekül meg, ezernél nem több, ennyien kapnak még pár évet. Még több milliárd sorsára hagyott ember itt fog meghalni egy második nap hideg fényében. A terminus a közelgő halál, elkerülhetetlen és nem túl távoli, de a fehérjük még nem érkezett meg. Okonor biztosan tudta, miközben elkészítette az időkapszulába rejtett figyelmeztetését, hogy én nem fogok elmenekülni ebből a kárhozatra ítélt világból. A Virginia beach Mariotban szálltam meg, az egyik tetőlakosztályban, amelynek a terasza az óceánra nézett, az az úr égboltba olvadó az úr kék vízre. Esték a teraszon fahéjas szilvás teával jegyzetelés közben. Sorgosan körmölve próbáltam egyik gondolatot összekötni a másikkal, hát ha sikerül vizuálisan megjelenítenem, hogyan kapcsolódik egyik halál a másikhoz, és miért, Libra Esperance terminus. Felvázoltam, hogy szerintem mi történt az Esperanson, Nikol történetét a faunáról és a kristályszerű leviatánokról, a levegőbe emelt és szétszedett férfiakról és nőkről. Hildekrugger hálózatának a feltérképezése kemény diónak bizonyult. Kapcsolatba léptem az ncis szel de így húsz év után már senki nem emlékezett a nevemre, és nem ismerték fel az igazolványaimat, úgyhogy önállóan nyomoztam ki, amit tudtam. Több ezer cikk és beszámoló a belföldi terrorizmusról, az elmúlt két évtized terrorcselekményeiről, de a legtöbb Bakhannóni dokumentum történelmi jellegű volt. És katonai mozgalmakról vagy Timothy McVeigh hatásáról spekuláltak benne, és sok cikkben az 1997-ben leírt információk ismétlődtek, pár esetben szó szerint átemelve korábbi írásokból. Döbbenten nyugtáztam, hogy itt Fél Nestor még mindig az FBI-nál dolgozik, és sikeres a szakmájában. Lehet, hogy annak az aklatott embernek, akit megismertem, egy újabb verziójára számítottam, de az EAP-k részletei nagyban különbözhetnek egymástól, és a bennük élő emberek sorsa is. Azok a személyes tragédiák, amelyek arra késztették Nestort, hogy Bakhanomba költözzön, ebben a jövőben nem következtek be. Megtaláltuk a vegyi fegyverek laboratóriumát, Nestor megsérült a tűzharcban ezek az események önmagukban is más útra terelhették volna az életét, teljesen megváltoztathatták volna. Könnyű volt követni a karrierjét, a sikereit. A nyúlser mindenkinek az életrajz kapszuláját tartalmazta, és megtaláltam a fotóját, amelyen már őszült, de még mindig jó képű volt. Brock halálát követően a jelek szerint ő lett a Pittsburghi iroda vezetője, és a belföldi terrorizmus terén folytatott nyomozásai is elősegítették az előléptetéseit. Mivel bekerült az FBI belföldi terrorizmussal foglalkozó bizottságába. A washingtoni irodában dolgozott, megpróbáltam felhívni a munkahelyén ezt még vállalható kockázatnak tekintettem. Lehet, hogy itt ő is tud a mély vízről, ahogy egy másik jövőben brok, és amiatt is aggódtam, hogy a nevem rajta van egy listán valahol, letartóztatási parancsal. Hogy üvegbúra alá zárt pillangóvá tegyenek. De a titkárnői nem kapcsoltak hozzá. Többször is felhívtam az irodáját, és mindig elkérték a nevemet és a szállodai szobám számát, de abban sem voltam biztos hogy emlékeznek rám egyáltalán. A Nestorral kapcsolatos emlékeim még frissek voltak, mert alig pár hónapja még együtt voltunk egy másik jövőben, de neki nem voltak ilyen emlékei. Számára csak egy olyan nő voltam, akivel egyszer, évtizedekkel ezelőtt együtt dolgozott. Reggelente egy szabadtéri futópályán futottam a Kelam középiskola mellett, lábamon egy flex csítával, egy rövid távfutásra tervezett, ívelt protézissel. A futás a testen kívüli élmény ellentéte volt, Testelmenélkül nélkül, szintiszta fizikalitás lépés, lélegzetvétel, nyújtás, Felülmúlhatatlan könnyűség. 400 méteres sprint mondtam, versenybeállítás még mindig zavarba hozott, hogy a levegővel beszélgetek, de más epk ből már ismertem az Ambient Systems-et. Az atmoszféra átitatását nanotehel, a Fazal Systems találmányát, amikor a levegő tele van intelligens mikroszkopikus részecskékkel. Fénypixelek és hangtöredékek, bármerre néztem, minden világított, mintha egy televízióban lennék. GNC reklámok és interaktív gombok a DIG sportáruházban. A futópályán is úgy villogott minden egyes méter, mint a Times Square. Képek lebegtek a levegőben, valós idejű szívritmus, makhő, az elégetett kalóriák mennyisége. A személyes asszisztensem egy hologram volt, akit az erősebb szelek szétfújtak, és aki azt kiabálta, még egy sprint. Még egy kör. Virtuális pisztolylövés, ne kilódultam. Az első kanyarban felgyorsítottam, a sebességem fokozásán kezdtem dolgozni, beleraktam magam, de a levegőben lebegő stopper zöldről sárgára váltott, amikor kiestem a ritmusból. És az utolsó kanyarban megcsúsztam a murván, és megfordult körülöttem az ég, a futópálya felém kezdett száguldani. Hasra estem a pályán, felsértettem a könnyökömet, a térdemet, és beleharaptam az ajkamba. A szám megtelt vérrel, kiköptem, majd még egyet köptem, a picsába, a picsába, a picsába. Könnyéktől csuklóig véres voltam. Az oknim is úszott a vérben a térdem miatt. Erőt vettem magamon, és felültem. A sportüzemmód még mindig a futást mérte, már a három percet is túlléptem, vörösen villogott, stop mondtam, de ekkor megjelent mellettem a személyi edzőm. Gyorsabban. Gyorsabban, a protézisem nem sérült meg, a térdizület épnek tűnt, a csítaláb feje megkarcolódott, de ezt leszámítva nem esett baja. Megráztam a coffomat, szorosabbra kötöttem. Kezdtem elfáradni. Még nem végeztem az adagommal, de úgy éreztem, az izmaim kezdik elveszíteni a rugalmasságukat, és a verejtékem is kihűlt. Mások feladnák nézegettem a véres sípcsontomat, a lehorzsolt térdemet, gyerünk, senon, emeld meg a segged. Mások már feladnák. Depresszió hullám a kudarc miatt, amiatt, hogy elveszítettem az egyensúlyomat és ez a frusztráció nagyon hasonlított arra az átható, nyomasztó depresszióra amelyet a lábam elvesztése utáni első év során éltem át, amikor újra meg kellett tanulnom járni. Az egész mozgásforma idegennek tűnt, meg kellett szoknom, hogy a műlábam súlya ott lóg a combomon, hogy ezt a holtsúlyt a csípőmmel kell megemelnem. És magammal kell vonszolnom minden egyes lépés során. Változtatások, gyakori utak a Union Orthopédia és jelsegédeszközökbe Pittsburghben méretigazításra, különböző felfüggesztő rendszerek kipróbálására. Szíjak, kapcsok, lábak válogatása katalógusból, mintha cipőt vásárolgatnék. Találkoztam olyan amputáltakkal, akik futottak, akik elszántak voltak, akik nem akartak lemondani mindarról. Amit az amputáció elvett volna tőlük. Felálltam. Visszasétáltam a pályán a startvonalhoz, stopper újraindítása mondtam. Nulla óra. A térdem lüktetett, a sípcsontomon friss vércsorgott végig, más már feladná, mondtam. Futottam. A reggeli edzés után lezuhanyoztam a szállodában, a térdemet bekentem Neospirinskinnel, és akkor hallottam meg egy síratógerle kitartó burukkolását. Azt hittem, talán felrepült egy madár a teraszra. Vagy beszállt a nyitott ajtón hogy egy csapdába esett galamb burukkol a szobámban, de végül rájöttem, hogy a burukkoló hang a hangpostám jelzése az ambianzben. Kortnigim aktiváltam a hangpostát az álnevemmel. A hangja úgy töltötte be a szobát, mintha ott lenne mellettem. Phil Nestor különleges ügynök, FBI. Nagyon örülök, hogy hallottam felőled, Shannon. Sajnálom, hogy ilyen sok időbe telt, amíg visszahívtalak, de alabamában voltam, egy továbbképzési szemináriumon. Nagyon szívesen találkoznék veled, hogy beszélgessünk. És néhány nyomozásunkkal kapcsolatban is vannak új híreim. Hétkor a szálloda előcsarnokában. Hívj fel, ha nem jó. Ha igen, akkor este találkozunk. Néhány különleges ügynök, akik bűnügyek után nyomoznak különböző EJPK-ben, a Memória Palota nevű technikára esküsznek. Egy palotát kell elképzelni, és mentálisan elhelyezni a termeiben a neveket, az arcokat és az eseményeket. Az a lényege, hogy elméletben feledésbe merült dolgokat is fel lehet idézni, ha térbe rendezi őket az ember. A különleges ügynökök arra használják ezt a technikát, hogy elkülönítsék a különböző jövők eseményeit, egyik ejépét a másiktól vannak. Akik az utazás mind három hónapját arra fordítják a habban, hogy ezekről a palotákról meditálnak. És új szárnyakat találnak ki az új jövőkhöz. Én soha nem találtam különösen hasznosnak ezt a módszert, az is lehet, hogy nincs bennem elég önfegyelem ahhoz, hogy használni tudjam. De miközben Nestorra vártam a mariott előcsarnokában, és olyan ideges voltam, mint egy tini lány az iskola bál előtt, sajnáltam. Hogy nem fejlesztettem ki valamilyen technikát az érzelmi csomóim ellazítására vele kapcsolatban. Korábban a Bakhannóni halálgyárban lakott, és a gyilkosok antik fegyvereit árusította, most pedig ítélt, az FBI kitüntetett munkatársaként, de én csak úgy tekintettem ezekre a diszkrepanciákra mint egy különböző lencséken átlátott képre, nem úgy, mintha ő változott volna meg alapjaiban. Én ismertem Nestort, ha lehunytam a szemem, pontosan emlékeztem a bőre érintésére, a lélegzete dorombolására alvás közben, a szokásaira, az agyajárására. Számomra ez volt Nestor, ez volt a lényege. Senon. Kopott farmert viselt zakóval. Mosolyogva kezet rázott velem. Istenem, tényleg te vagy az? Elképesztően jól nézel ki, mondta szikrázóan kék szemekkel, mintha egy napot sem öregettél volna. Húsz éve már, vagy mennyi? Túl régen válaszoltam. Ő öregedett, de úgy, mint a szatyám bőr, a melkasa megtelt, válla szélesebbé vált. Edzőtermekre tippeltem. Te is jól nézel ki választam, és felidéztem, hogy egy másik idővonalon milyen természetesnek tűnne számomra odabújni hozzá, milyen ismerős lenne az ölelése. De ebben az ejp csak évtizedekkel korábbi bűnügyi helyszíneken osztoztunk. Azt hiszem, talán Buckhanonban találkoztunk utoljára. Közvetlenül Brock halála előtt mondta, aggódtam érted, úgy eltűntél. Sokáig kérdezősködtem utánad, de senki nem árult el semmit. Hogy van akarod, kérdeztem, ha jól emlékszem, amikor utoljára együtt voltunk, egy mentő vitt el. Nestor megérintette a bicepszét, gyűrűs ujján megvillant egy aranykarika. Persze, lehet, hogy itt megnősült, ennek nem kellene ennyire fájnia. Megdörzsölte azt a pontot, ahol Jared Bítak golyója behatolt a karjába. A régi sebek soha nem gyógyulnak, bemondta. A bárpulthoz ment rendelni, én pedig az egyik félkör alakú boxban vártam meg. A Mariott előcsarnokában lévő bár olyan volt, mint egy reptéri váró, elegáns, mint bármelyik nightclub, de csak annyi ideig kényelmes, amíg az ember tovább nem tud állni. Egy közeli asztalnál leánybúcsút tartottak ajándékokkal, fényes lufikkal. Kilenc nő ült ott, de három időnként villogni kezdett, és a látványuk és a hangjuk nem volt összhangban, amikor nevettek. Illúziók, döbbentem rá, csak az ambianzben léteznek, ráadásul gyenge sávszélességen. Néhányan szemezni próbáltak Nestorral, miközben visszajött az asztalunkhoz az italokkal, és felén pillantottak, hogy megnézzék, kivel van. A tengeren voltam válaszoltam neki, és amikor kikérdeztem a karrierjéről, ő azt mesélte, 9-11 után nem foglalkoztunk túl sokat a belföldi terrorizmussal. A nemzetközi terrorizmusra koncentráltunk az alkaidára. Csak a steniszmerénylet után kezdtük a figyelmünket ismét a helyi pszichopatákra fordítani. Stennis SSC, a Stennis űrközpont, a NASA egyik létesítménye, ahol a haditengerészeti kutatólaboratórium egyik irodája is működik. Az NRL stenis részlegében hivatalosan óceánkutatást végeztek, de egy szigorúan titkos NSC, NASA együttműködés is ott kapott helyet, amelynek keretében rakétákat és kísérleti hajtóműveket teszteltek. Nestor olyan könnyed hangnemben beszélt a Stenisről, hogy úgy sejtettem, a legtöbb ember itt tudná, mire gondol. Volt annak valami köze Bakhannonhoz, kérdeztem homályosan, mi úgy gondoljuk, hogy igen válaszolt a Nestor, hadd mutassam meg. Hatósági személy. Philip Nestor, 55828. Miután kimondta a nevét, az FBI címere jelent meg közöttünk a levegőben az ambiancnek köszönhetően, de olyan elevenen, mintha meg tudnám érinteni. Nestor megkért, hogy mondjam ki a nevem, és amikor megtettem, az ambiance bemutatta a belföldi terrorcselekményekkel kapcsolatos kimutatásokat szöveges diagramok, vasúti baleseteket ábrázoló képek, megcsonkított holtestek, romba dölt kormányzati épületek. Nem lazsáltak jegyeztem meg, miközben végignéztem a képeket, azokat az eseményeket, amelyek még bekövetkezhetnek. Okonor megérzései nem csaltak. Mindaz, amit láttam, alátámasztotta azt az elméletét, amely szerint Hildekrugger hálózata kormányzati létesítményeket vett célba. Főleg a haditengerészethez vagy a szövetségi nyomozóirodákhoz kapcsolódó épületeket. Ezek nem olyanok, mint más terrorszervezetek, magyarázta Nestor. Nem reklámozzák az eredményeiket, nem fényezik önmagukat, úgyhogy a média nem foglalkozik velük annyit, mint az Alkaidával vagy az Izisszal. A média magányos farkas típusú terroristák elharapózásáról beszél, kormányellenes paranoiáról időnként katonai körökből induló összeesküvésekről. Szerintünk ezeknek a merényleteknek köze van Bakhannonhoz, talán mindegyiknek. Ugyanazok tervelték ki őket. És igen, nem lazsáltak. Végig futottam a fájlneveken, neveken, 2003, Stenis merénylet, 2005, merénylet a Washingtoni metróban, 2007, ENSZ merénylet, 2008, NSZ merénylet, 2011, Pentagon merénylet. Mutasd meg, Stenis űrközpont mondta Nestor, és a fájl megnyílt közöttünk az asztalon, és egy Mississippi létesítmény térképévé vált. A haditengerészeti kutatólaboratóriumnak is otthont adó épület leégett. Ezt az esetet főleg a modus operandi miatt kötjük Bakhannonhoz magyarázta Nestor, azért, mert a legszigorúbb biztonsági óvintézkedések ellenére is képesek embereket beszervezni. Belső ellenségek mondtam, miközben arra gondoltam, vízhangok, ki volt az. Egy tengerész gyalogos lövöldözni kezdett, majd felrobbantotta magát, amikor a biztonsági őrök sarokba szorították, válaszolta Nestor. De a hírműsorokban nem számoltak be arról, hogy mennyire hasonlított az egész a CG épülete ellen tervezett támadáshoz. Ha jól emlékszem, te találtad meg a CG épületeinek tervrajzait brokkal. Még Bakhanomban. Szaringáz, kérdeztem. A támadó a végbelébe varva csempészte be a bombát a laboratóriumba. A teste a robbanás legnagyobb részét letompította, és az életeket mentett meg. Horrorisztikusan nézett ki, de ő halt meg egyedül a bombától. A tűzoltórendszerbe be volt készítve a szarin, mint az az átvizsgálás során kiderült. De az elkövető teste annyira legyengítette a robbanás hatását, hogy a tűzoltórendszerbe sem indult. A tengerész gyalogos magányos farkas volt. Vagyis lelőtt pár embert, utána felrobbantotta magát állapítottam meg. Öt embert megölt, nyolcat megsebesített, mielőtt élesítette a bombát válaszolt a Nestor, véletlenszerűen lövöldözött, kutatókat ölt meg. Abban reménykedtem, hogy találkozunk az eset kapcsán. Biztosan együttműködtetek az NC szel futott végig rajtam a D.A.V. Nestor szavai hallatán igen, de ami még fontosabb, lenyomoztuk azt a fegyvert, amelyet a tengerészgyalogos használt a merénylet során válaszolta ő a ballisztikusok csak hamis találatokat kaptak. A rendszer egy olyan fegyverrel párosította össze, ami eleve a birtokunkban volt, azzal a 9 mm-essel, amelyet Petrik Mursult kivégzésének a helyszínén találtunk. És, mint kiderült, a golyók azokkal a lövedékekkel is egyeztek, amelyeket Ryan Vrali fegyverében találtak a házában történt robbanást követően. A ballisztikus elemzés szerint mindhárom fegyver egyezett, kérdeztem. Be akartalak vonni felelten Nestor, megpróbáltam felvenni veled a kapcsolatot, és megkérdezni, hogy hajlandó lennél -e tanúskodni amellett, hogy ezek hamis egyezések, de nem találtalak meg. És utána még több ilyen lett. Még több fegyver azonosság? kérdeztem. A bírók hajlamosak elvetni a ballisztikai elemzéseket ilyen problémák esetén. De igen, további egyezéseket is találtunk. Megjelöltük az eseteket, arra jutottunk, hogy lehet, hogy volt valamilyen kapcsolat Mursult, Torgyörzen és a szűrközpont között, de az is lehet, hogy ezek az egyezések csak adatbázis hibák. Biztosan van valamilyen kapcsolat, tiltakoztam. Folyamatosan figyeljük a hasonló találatokat nyugtatott meg Nestor, csak egyes aktákat nem tartunk nyitva. Sok ilyen nyomozás szigorúan helyi érdekeltségű, az FBI-nak semmi köze nincs hozzájuk, és a vezetők és a politikusok lezárt ügyeket akarnak, ítéleteket, úgyhogy egy idő után lezárjuk ezeket. A Stenis a PR-osok rémálma volt, egy tengerészgyalogos, aki a saját hazája ellen fordul. Nem szívesen láttuk volna viszont ezeket a ballisztikai egyezéseket a hírekben. Mit is mondott nekem egyszer Nestor? A másik jövőnkben, egy intim pillanatunkban megvallotta, hogy abban reménykedett, hogy valamikor még keresztezi egymást az utunk, hogy valamilyen munka ügy összehoz minket. Abban a jövőben is találtak hamis ballisztikai egyezéseket azoknak a golyóknak az esetében, amelyeket mursult testéből műtöttek ki, pontosan úgy, mint most. Úgy éreztem magam, mintha egy új ajtót fedeztem volna fel abban a házban, amelyikben évek óta lakom, ami egy számomra korábban ismeretlen folyosóra vezet. Egy Beretta M9-es az FBI raktárában, amelyel Patrick Mursultot gyilkolták meg, Thor M9-ese, egy M9-es, amelyel egy tengerészgyalogos gyilkolt a tenisz űrközpontban ugyanaz a Beretta M9-es újra és újra. Visszhangok, fegyverek visszhangjai. Mesélj még azokról a hamis találatokról kértem, a részletek is érdekelnek. Az FBI készített egy adatbázist a lefoglalt fegyverek ballisztikus jellemzőiről, és a helyi hatóságok adatbázisához is kaptunk hozzáférést. Pár kivétellel válaszolt a Nestor. Mikor kezdtétek el használni ezt az adatbázist, elég új, talán olyan tíz éve, szóval a ballisztikus egyezéseket fel sem fedezték. Meddig is? Körülbelül 2005-ig. Nagyjából akkor volt, igen, de lehet, hogy később, mert még azután is bővítették régebbi adatokkal az adatbázist, amikor az már működött és használatban volt, megnézhetném a listát. A hamis egyezésekét. Az adatbázis nem bizonyult olyan hasznosnak, mint szerettük volna, mert nagyon sok hamis találatot ad, de, mint már említettem, nyomon követjük ezeket. Nestor lekérte az Ambient system a Steni elleni merénylettel kapcsolatos hamis találatok listáját. Fénypontok jelentek meg, majd jelentések kénődtek. Az első a Petrik Mursult holtestében talált golyókról szóló ballisztikus elemzés volt 1997 márciusából. Azokhoz a lövedékekhez más elemzések is társultak, a Steni szűrközpont Thor m 9 -e, es egy 2009-es gyilkossági, de az én szemem egy 1997. Március 26-ai emberölésen akadt meg ez alig pár héttel morsult halála után történt, a Terra firmán viszont még nem következett be. Mi a helyzet ezzel, mutattam a fájra az ambient fényében kettőnk között, Durről. Kárlá Dur, ügyvéd felelte Nestor, a Tyson's Corner központ gyors éttermeinél lőtték le, Virginiában. Ügyvéd. Marian említette, hogy az apja sokat beszélt egy ügyvéddel a halála előtti hetekben, ezt az aktát látnom kell jelentettem ki. Kárlád úr ügyét. Mindent látni akarok, aminek köze van ennek a nőnek a halálához. Mennyi idő alatt tudnád előkeríteni ezt az aktát? Most is megnézhetjük válaszolta Nestor, a büntény helyszínét is megnézhetjük, de az itt nem menne, túl sok a fény. Kiveszek egy szobát, előfizetek az ambientőr. Nézzük meg. Én itt lakom, mondtam. Ugyanaz a vonzalom ébred bennem, mint amikor megismertem. Nestor, mintha világított volna a lift lámpáinak a fényében, miközben felmentünk az emeletemre. Magabiztosság, könnyedség, leheletnyi borotválkozás utáni arc itt nyoma sem volt a bozontos szakálnak és a flenlingnek, annak a megtört férfinak, akit én ismertem. Amikor abban a másik jövőben találkoztunk, befejezetlen volt, ugyanabban az értelemben, ahogy önmagamat is befejezetlennek éreztem, és abban reménykedtünk, hogy együtt kiadunk egy egészet. Itt viszont Nestor egy már megoldott rejtvény volt, nem maradt olyan befejezetlen része, ahova én illettem volna. Házas vagy, kérdeztem, Shannon felelte. De utána, igen, pár hét múlva 15 éve lesz. Géni, Virginia. Egy üdülőben találkoztunk magyarázta Nestor, egy egyházi rendezvényen. Ő a modern kórus vezetője, énekesnő. Elképzeltem őket. Lehet, hogy ők a menőpáros a gyülekezetükben a koruk ellenére. Egy énekesnő és egy FBI ügynök, akik grillpartikat és bibliaolvasásokat tartanak a gyönyörű házukban, sörözéseket a hátsó teraszon. És Nestor a többi középkorú férfit szórakoztatja munkahelyi sztorikkal, és azzal, hogyan sebesült meg egy lövöldözésben húsz évvel ezelőtt. Kíváncsi voltam, hogy néz ki a felesége. Emlékszem, hogy hívő voltál, mondtam, miközben a másik verziójára gondoltam, aki egyedül üldögélt abban a nappaliban Bakhanomban, a halálmezői és régmúlt gyilkosságok között. A halott Krisztus festményén merengve. Nevetni lett volna kedvem a sors iróniáján. Az embernek nincs semmilyen lényege, maradandó része, többször is megkérdezted, hogy hiszek-e az örök életben. Hogy is fogalmaztál? A test feltámadásában. Ó, nagyon sajnálom, ha ez így volt válaszolta, tényleg mondhattam valami ilyesmit akkor régen. Sajnálom, ha pont erre emlékszel belőlem. Ez elég ciki, nem? Örülök, hogy megtaláltad a párodat, minden csodálatos felelte, van egy tíz éves lányunk, Keila. Elég időigényes, boldognak tűnsz, te azóta sem. Nem léptem ki a liftből előtte, senkit nem találtam, aki tudná tartani velem a tempót. Rászoktam, hogy az ajtón hagyom a ne zavarjanak táblát, de ezt a szobám állapota szenvedte meg. A fürdőszoba padlója tele volt nedves törölközőkkel, a lepedő lecsúszott a matracról a forgolódásomtól. Sietve összetakarítottam, amennyire csak tudtam, leszedegettem a ruháimat a székek támlájáról, a tornazsákomba tömtem a bugyjaimat. Az ambient rendszer kapcsoló gombjai a termosztát mellett voltak, még soha nem vacakoltam velük. Nestor bekapcsolta a rendszert. És a szellőző nyílások zümmögni kezdtek a levegőt meleg hullámokban betöltő nanotehektől, a lehelet nyózontól. Viszketni kezdett az orrom. Túl sok a por jegyezte meg Nestor, vigyáznunk kell az ágyaddal, útban lesz. Meg is van. 96% nagyszerű. A 96% a szaturációs arány volt. Ezt még én is tudtam, bár azt nem, hogy ez mit jelent konkrétan. A levegő 96%-át tölti meg nanotef. Vagy ez a rendszer optimális szintjének a 96%-a. Azt tudtam, hogy belélegzem őket, hogy gépek vannak a tüdőmben, a véremben ha túl sokáig csinálom, narancsárgát fogok pisélni. Olvastam olyan emberekről, akik olyan sok ambianszet lélegeztek be, hogy a tüdejük úgy nézett ki, mintha alufóliába lenne csomagolva. Nestor levette az akóját, amikor a levegő füllettebbé vált, feltűrte az ingúját. Lekapcsolnád a villanyt, kérdezte, úgyhogy lehúztam a redőnyt, és kikapcsoltam a lámpákat, de így is világos maradt a szoba. Olyan volt, mintha belülről ragyonya, mintha maga a levegő világítana, és egy árnyékot sem láttam, lágy fényárat minden irányból, egyszerre. Az első képen a szálloda szerepelt kívülről és a strand, fürdőruhás nők, akik élénk zöld koktélokat iszogattak a vízeséses medence mellett, mariót logók és aznapi ajánlatok az étlapról. Lehetőségek az értékelésre és a megosztásra. Üdvözlöm a Mariot Fazál Ambient System nevében mondta egy lelkes női hang, két új felhasználót azonosítottunk. A dényertes környezetek lenyűgöző választékát kínáljuk a hatósági személy 55828 mondta Nestor, Nestor, Filip. A szoba megváltozott, a szálloda, a strand és a napbarnított nők eltűntek, és a helyükön az FBI forgó címere jelent meg. Egy 1997-es ügyet keresek, mondta Nestor, egy gyilkosságot a virginiai Fairfax megyében. Az áldozat neve, Durr, Kárlá. Forogni kezdett egy földgömb, majd egy esetszám jelent meg, és a Kárlá Durr név. Először visszafelé láttam a nevét, de utána átmentem a szoba túloldalára, Nestor mellé, a képen keresztül. Ez az, mondta Nestor. Újabb képek jelentek meg a szobában, ikonok egész sora. Teljes méret mondta, mire a szoba megtelt papírokkal. Nestor lekapta az egyiket a levegőből, amire a kép úgy reagált, mintha tényleg papírból lenne, nem csupán fényből, annak ellenére, hogy csak több ezer talán több millió robotpixelből állt. Ez elképesztő, mondtam. Ő szintén lenyűgözött az Ambient System realista megjelenítése. Általában csak úgy néztek ki benne a dolgok, mint egy háromdimenziós televízióban. Azt a fajta illúziót ösztönösen is értettem a sportüzemmód stopperét, a személyi edzőt, de ez. Modellezés mondta Nestor, fotók egymásra vetítése a háromastól a 355-ösig. A szoba már nem papírokkal volt tele, sőt, már nem is egy szállodai szoba volt, hanem egy bevásárlóközpont étkező része a délután közepén. Rendőrségi kordonszalagokkal a Five Guys hamburgerezőpultja és kasszája előtt. Az illúzió szinte tökéletes volt az ágyam és a többi bútor halvány körvonalát leszámítva, a bevásárlóközpont többi része is látszott, a többi étterem. A boltokkal teli folyosók mintha elindulhatnék az asztalok között, és lemehetnék a mozgó lépcsőn. Kárlá úr megölésének a helyszínét láttam három dimenzióban, több száz összefűzött helyszínképből összeállítva, tökéletesen szimulálva. A holtest arccal lefelé feküdt a hamburgerező pultja mellett. Középkorú nő volt, bokája és térde csupa visszér, ami még testszínű harisnyáján át is látszott. Királykék kis kosztüm volt rajta, a haja narancssárgának tűnt. Több lövést kapott a felső testébe, egyet a halántékába. A fejlövés kétség kívül az agyába hatolt. Éppen hamburgert vett, amikor lelőtték, körülöttesült krumplik hevertek, a vére úgy nézett ki, mintha egy flakon kecsapot öntött volna az arcára. Oda mentem, hogy közelebbről is megnézzem a holtestét, de nekiütköztem az ágy sarkának. Hátba lőtték állapítottam meg, a pénztárnál állt, amikor valaki odasétált mögé, és többször hátba lőtte. Carla Dur, ügyvéd, a Pennsylvániai Kanonsburgben praktizált tájékoztatott Nestor, Kanonsburgben, kérdeztem, akkor biztosan ő volt Petrik Mursult ügyvédje. Mursult ügyvédje, kérdezte Nestor, érdekes. Arra emlékszem, hogy a Kanonsburgi kapcsolatot megtaláltuk, de Mursultal semmi nem kötötte össze. Dart egy hétfő délutánon ölték meg a Tyson's Corner bevásárlóközpontban, körülbelül 3 óra 40 perckor. 1997. március 24-én. Nem sokkal mursult halála után. Alig pár héttel utána állapítottam meg. Még van időm megakadályozni, és ki volt a tettes? Ki ölte meg? Kérdeztem. Soha nem derült ki felelte Nestor, a szemtanúk szerint egy fehérbőrű férfi, fekete melegítőben. Senkit nem tartóztattak le, megoldatlan, de azt mondod, a fegyver egyezett. Nem, nem a fegyver. A központban végrehajtott merénylet után begyűjtött golyók egyeztek azzal a héttel, amelyet Dur testében találtak. És a murszul gyilkosságok golyóival, kérdeztem, és Torgyörzen fegyverével. Pontosan. Torgyörzen egyezése sokkal később jött, azután, hogy az egyik technikus leadott pár próbalövést, és az adataikat bevitte a rendszerbe. De a murszul gyilkosságok kapcsolata durről miért nem derült ki rögtön, kérdeztem, az a két emberről és alig pár hét különbséggel történt. Igen, így van, de ne feled, hogy csak azután kerestünk egyezéseket, hogy kipróbáltuk a teniszmerényletben használt fegyvert, évekkel azután, hogy murszultékat és dárt megölték fel el tenisztor. Csak azután, hogy elkészült és használatba került az országos adatbázis, és valakinek lett ideje és pénze betáplálni ezeket a régebbi, lezárt és kihűlt eseteket. A két gyilkosság alig pár hét különbséggel történt, de a ballisztikai egyezés csak évekkel később derült ki. Eleinte azt feltételeztük, hogy csak programhiba okozza a hamis egyezéseket, az új rendszer hiányosságai. Hibák, fegyverek visszhangja lövöldözések közötti kapcsolatok. Lehet, hogy Hilde Kruger láthatatlannak tűnik, de a hálózata akaratlanul is olyan látható nyomot hagyott maga után a gyilkosságokkal, mint egy hímzett goblen. A szoba megváltozott körülöttünk, a bevásárlóközpont eltűnt, és Kárlád úr fotója vette át a helyét az ágyam felett. Profi fotó volt egy csúnya nőről húsos ajkakkal és düllet varany szemekkel, amelyek majdnem kiugrottak a helyükről. Mit tudunk még erről a nőről? Bármit. A szerződések letárgyalása volt a specialitása válaszolt a Nestor, Kanonsburgben praktizált, de ezt már mondtam. Shannon, mi köze van neki ezekhez a belföldi terrorcselekményekhez? Backhannonhoz? Nem azt mondtad, hogy Petrik Mursult ügyvédje volt? Ezt honnan tudod? Nem tudom, válaszoltam, legalábbis nincs rá bizonyítékom. De Kanonsburgi, ahogy te is mondtad, és a ballisztikai elemzés is megegyezik. Nekem ez elég ahhoz, hogy megtippeljem, ki lehet. Petrik Mursult egy ügyvéddel találkozgatott, mielőtt meghalt. Lehet, hogy ő volt az. Azt nem tudom, hogy miért találkozgattak. És az is lehet, hogy nem is ő volt az ügyvédje. Lehet, hogy csak véletlen egybeesés, hogy ő is Kanonsburgi, de nem hinném. Igen, én is így gondolom. Itt van valami lapozgatott át Nestor pár papírt az aktában, úgy tűnik, Kárlád úr aznap nem egyedül készült ebédelni, hanem egy. Dr. Peter Driscoll nevű férfival. Szentég, én ismerem ezt a fickót. Ez. Nestor elhallgatott, a a ráncokba szaladt az összpontosítástól olvasás közben. Driscoll ismételte meg, fogalmam sem volt arról, hogy itt lesz a neve. Akkor még nem ismertem Driscollt. Dur halála után kihallgattuk, de semmire nem jutottunk vele. A lövöldözés alatt a mosdóban volt, és nem látott semmit. Ki ez? kérdeztem rendszerbezárása mondta Nestor, mire az ambiens eltűnt, mi pedig sötétben maradtunk, amíg ő meg nem találta a kislámpa kapcsolóját, és fel nem kattintotta. Leült az ágyamra. A tekintete olyan volt, mint a viharos időjárás, beleveszett a gondolataiba, dr. Peter Driscoll a Fazal Systemsnek dolgozott, vezetőmérnök volt. A Fazal nek úgy érted, az ambiancen dolgozott, kérdeztem, azon töprengve, hogy nem Peter Driscoll egy másik verziója gyógyította e meg egy másik jövőben a rákot. Akkor kezdtem vele foglalkozni. Ez még 2005-ben volt, talán 2006-ban magyarázta Nestor. Az FBI egy csapat fizikus után nyomozott a haditengerészet Washingtoni kutatólaboratóriumában, hatalmas ügy volt. Annak a gyanúja merült fel, hogy bizalmas információk kerültek egy szenátori hivatalból a Fazal Systems későbbi alapítóihoz. Belső információkkal való visszaélés. Igen, de annál több válaszolt a Nestor, szigorúan titkos katonai információkat használtak fel a magánszektorban. Mesterséges intelligencia, virtuális valóság. Az FBI-as teniszmerénylet után nyomozott, és ezzel egy időben egy csapat tudós után is, akik szintén a haditengerészet kutató laboratóriumában dolgoztak. Kapcsolatokat próbáltunk keresni közöttük. És Driscoll is érintett volt az ügyben. Ő lett a Fazal Systems alapítója, de nem volt janusított. Tanuként lett volna rá szükségünk, mesélte Nestor. Felmerült annak a gyanúja, hogy a Szenátus Fegyveres Erők Bizottságának a tagjai szigorúan titkos információkat adtak át azoknak a tudósoknak, akik a fazált létrehozták. Rengeteg korrupciós vádemelés történt. De Driscoll meghalt, mielőtt segíthetett volna. Egy FBI ügynök ölte meg. Ráadásul a sors úgy hozta, hogy az én embereim egyike. Én voltam a felettese. Mi történt? Kérdeztem. Egyre kellemetlenebbül éreztem magam, amiről Nestor mesélt, az ismerősen csenget, de abban a másik jövőben ő ölt meg valakit kötelesség teljesítés közben. És Brock emlegette az FBI korrupciós ügyekben végzett nyomozását szenátusi körökben és a Fazal Systemsnél. Különböző pályák, de olyanok, mint ugyanannak az igazságnak az eltérő tükörképei. Elmondott, ki ölte meg azt az embert. Ki lőtte le. Egy Vivian Lincoln nevű beépített ügynök válaszolt a Nestor, attól az incidenstől dugába dőlt a karrierje. Már a lövöldözés okozta stresszt is rosszul bírta, és ráadásul az FBI-nál sokan hibáztatni kezdték, amiért a tanú halála hátráltatta a munkájukat, és arra gyanakodtak, hogy ez még mindig kísérti. Bizonytalan emiatt, egyszerűen nem tud lépni rajta. De ez nem igazságos, és vannak támogatói. Én is támogatom, de komoly ellenségeket szerzett a cégem belül. Miután nyomozott, hogy került olyan helyzetbe, hogy megölje ezt az embert. Azokat a nyomozásokat folytatta, amelyek még a Bakhannóni vegyi fegyver laboratóriumból indultak, és más belföldi terrorizmussal kapcsolatos ügyeken is dolgozott, magyarázta Nestor. Ő volt az egyik beépített ügynököm. Egy Richard Herrier nevű férfival járt. Herrier ismételtem meg, ő az. Az ő furgonját követtük a vegyi fegyver laboratóriumhoz. Már sok éve, hogy letartóztattuk. Neki volt viszony a Miss Ugyanaz a fickó erősítette meg Nestor, de ez évekkel később volt. Ezt az embert küldték oda, hogy ölje meg Driscollt. Vivian azt mondta, hogy megpróbálta megakadályozni a lövöldözést, de minden gajra ment. Önvédelemből ölte meg. A belső vizsgálat évekig elhúzódott. Vivian neve végül tisztázódott. Beszélhetnék vele, kérdeztem, még mindig itt dolgozik. Igen, még mindig nekem dolgozik, a belföldi terrorizmusnál válaszolt a Nestor, kivételesen jó ügynök. Holnap az irodámban beszélhetünk vele. Majd reggel felhívlak, miután vele is egyeztettem. Kiürítem a határidő naplómat, látogass meg. Nestor éjfél körül távozott azzal az ígérettel, hogy mindent meg fog osztani velem, amit még sikerül előásni a Kárládúrról a találkozónk előtt. Jegyzeteket kezdtem firkálni a szállodanócébe több azonos fegyver, miközben azon gondolkoztam, hogy hány lehet még. Fegyverek vízhangjai. Összetéptem a jegyzeteimet, új lapot kezdtem. nr írtam rá cirkalmas betűkkel. Haditengerészeti kutató laboratórium, ezt ki is húztam. A Szenátus Fegyveres Erők Bizottsága, írtam, NRL, Fazal Systems. A rák gyógyszere vagy az Ambience. Nanote. Dr. Peter Driscoll, folytattam. Driscoll, dur. Olyan volt, mintha diszonáns zenét hallgatnék, és arra várnék, hogy megjelenjen benne a harmónia. Összetéptem a többi jegyzetemet, és úgy döntöttem, lezuhanyzok, hogy rendeződjenek a gondolataim. Ott ültem a kádban, a víz surrogását hallgattam, miközben kamillás és szempon habzott körülöttem, és Nestorra gondoltam. A másik, közös jövőnkben Nestor lőtt le valakit önvédelemből, és az ő karrierje siklott ki az FBI-nál vajon Driscoll volt az. Ő ölte volna meg Driscollt abban az EJP-ben, a sors keze itt egy másik ügynököt terelt oda. A zuhanyvize ott dobolt kimerült izmaimon, forró hullámai végigfutottak rajtam. Kárládárt március 26-án ölték meg, még megakadályozhatom a meggyilkolását, elmehetek a Tyson's Corner bevásárló központba, miután visszatérek a Terra firmára. És elejét vehetem annak a gyilkosságnak, elfoghatom a merénylőt. Ez itt egy megoldatlan ügy, de én kileshetem az illetőt. Gyors termi asztalokat láttam magam előtt, elmosódott arcokat. Egy bevásárló bevásárlóközpontot, majd egy fekete melegítős férfit, Hilde de az arca egy koponya arca volt. Felültem a kát peremére, és megtörölgettem magam, majd becsúsztattam a combomat a protézisembe menetébe. Kifröccsent vízfoltok a terrakotta padlón, meg kellett keresnem az egyensúlyomat, mielőtt rámertem nehezedni a műlábamra, és mindig csak arra szóltam, mindig úgy éreztem, hogy mindjárt elesem. Végül kinyitottam a fürdőszoba ajtaját, és ekkor láttam meg őt. Valaki bejött a szobámba. Kettő. Az ágy szélén ült, nekem háttal. Sötét hajzuhatag. Ki ez a nő? Egy pillanatra megbénultam. Olyan könnyen bedöltem Nestornak, megfeledkeztem arról, hogy az itteni FBI is ismerhet, hogy talán kirendelt ide valakit, akinek az a dolga, hogy élve fogjon el. Eszembe jutott a bőröndömben lévő fegyverem. Utána arra gondoltam, hogy talán másokból van itt. Pántos pólót vagy pántos ruhát viselt, valamit pántokkal, ami csupaszon hagyta a vállát, és hamarosan észrevettem egy cigaretta narancssárga végét is. Egy fiatal nő van a szobámban, és dohányzik. Eltévesztette a szobát, merült fel bennem, de a retezbe volt húzva, belülről. Hogyan tudott volna rossz szobába bejönni? Biztosan észrevette, hogy ott vagyok vele, de ez a jelek szerint nem zavarta. Egy lány, nem több kislánynál, a plafon felé kígyózó füstpászmák, de nem éreztem cigarettaszagot, és a füstdetektorok sem jeleztek be. Nem lehetett több 16-17 évesnél, talán még annál is fiatalabb volt csak egy idegesítő, hivatlan vendég, aki talán a szülei elől szökött meg, és valahogy bejutott a szobámba. Talán az erkélyen keresztül. Lehet, hogy a szomszéd erkélyről mászott át. Felvettem egy hálóinget, az anyaga rám tapadt, még nem száradtam meg teljesen, a hajam is csöpögött. A kamaszlány felén fordult az ajra. Egy szellem. Ugyanúgy nézett ki, mint amikor utoljára láttam. 16 évesen utáltam a de úgy öltözködött, mint ő és most is úgy öltözött. Ugyanaz a ruha volt rajta, mint aznap éjjel, amikor meghalt. Göndör, fekete hajtincsei között rózsaszín szalag kígyózott. Levendula színű miniszoknyát viselt, amit aznap éjjel, a gyilkosság éjszakáján durván felrángattak a derekára, csak a két csupasz. Fehér combja lógott ki a konténerek közül. Csak Taylor cipő zokni nélkül. Soha nem viselt zoknit. Kortni. Kifújta a füstöt a száján és az orjukain át pont úgy, mint amikor a volán mögött fújta ki a füstöt a nyitott kocsi ablakon, miközben én visszamentem a pizzahútba. Itt, most, Kortni a hotelszobámban, a narancssárga, páva mintás tapétával a háttérben, a rozsdaszínű ágytakarón. Szívott még egy slukkot, a szeme olyan gyönyörű volt, mintha egy mély útban néznék és a hold tükörképét látnám. Ez vagy egy csoda, vagy egy kegyetlen trükk, csak az lehet. Az összes belső szervem vízzé változott, és minden eltűnt körülöttem. Nem érzed a cigaretta füst szagát. Egy cinikus belső hang. Valami nem stimmel. Az ambiens. Mi történt volna, ha kortni életben marad? Lehet, hogy eltávolodtunk volna egymástól, de Kanonsburg túl kicsi ahhoz, hogy az emberek nagyon el tudjanak távolodni benne egymástól. Anyám jutott eszembe, arra gondoltam, hogy az anyám má változtunk volna, ágyúvárosi lányokká. De soha nem fogom megtudni, mi lett volna belőlünk. Megfosztottak annak lehetőségétől, hogy megtudjam, mi lett volna belőlünk, mert ez lett, Kortni kinyitotta a kocsia ajtaját egy kéregetőnek, miközben benyúlt a táskájába. Csodálatos a lábad, mondta Kortni. A hangja nem stimmelt, más volt a hanglejtése. A szimuláció tökéletesnek tűnt, a hangját leszámítva. Az igazi Kortni hangja mindig kicsit unott volt. Ez a verzió lelkesen beszélt, a különbség szinte égetett. Ki vagy te? Törölgettem a könnyeimet, kivel beszélek, kérdeztem ugyanazon az erőtlen hangon, ahogy egy kísértettel társalogtam volna. Céleg, ugye? A 3C százas folytatta Kortni, tóbok. Az ortopédiai világkongresszuson debütált, Nürnbergben, 1997-ben, igaz. 1999-ig nem lehetett megvásárolni, de, gondolom, neked megvoltak a magad forrásai. Néha jól jön, ha az ember a kormánynak dolgozik. Onnan jöttél, 1999-ből. Onnan jöttél. Kortni, bármilyen kortni is volt ez, tudott az időutazásról. Egy prototípust használok, válaszoltam, tesztelő vagyok. Létiumion akkumulátor, valószínűleg még vízbe sem léphetsz vele, mondta Kortni, ugye nem hagytad magadon zuhanyzás közben. Nem hagytam, válaszoltam azon töprengve, hogy mi lehet ez. Az ambianzben biztos voltam, ugyanolyan illúzió, mint a bűnügyi helyszín volt. De kinek a bábia? Ki áll le mögött az illúzió mögött? Valószínűleg még a fürdőszobába sem lett volna szabad bevinnem folytattam, a pára miatt. Tölteni kell az akkumulátorát. Milyen gyakran? Naponta egyszer, talán valamivel gyakrabban válaszoltam, úgy érzem, tudod, hogy egy eip vagyunk. De nem tűnsz feldultnak amiatt, hogy itt semmi sem létezik rajtam kívül. Kortni beleszívott egy cigarettába, kérlek, gyere közelebb mondta, hadd nézzelek meg. Ez a hanglejtés soha nem volt a sajátja. Közelebb léptem hozzá, odaálltam mellé. Ő ülve maradt, a feje a derekam magasságában volt. Felemeltem a hálóingem szegélyét a csípőmig, hogy megmutassam neki az egész műlábat, a bőrét. Courtney a szájába vette a cigarettát, és közelebb hajolt, hogy megnézzen. Éreztem a szemponomat, a nedves bőrömet, a hálóingem nedves anyagát, de a cigaretta füstöt még mindig nem, annak ellenére, hogy ott gomolygott körülöttem, ott törvény lett a mennyezet felé. Beszívtam, de semmi. Nagyon szép érintette meg azt a részt, ami a vádlim lett volna, hidraulikus érzékelők a térdben. Feszítsd meg a kedvemért! Felemeltem a lábam, és a térdemre lévő mikroprocesszorok reagáltak a mozdulatra, a térdizületem meghajlott. Kortni megérintette a lábamat azon a részen, ahol a protézis találkozott a bőrömmel. Te az ambience része vagy jelentettem ki, nem érzem a cigarettát szagát. Oda nyúltam, és megérintettem a haját, vagyis a hajának az illúzióját, amelyből ezernyi nanobot ugrott a kezemre, hogy úgy érezzem, mintha egy kamaszlány haját simogatnám. Kölcsön vettem a szobád ambianszét, hogy beszélhessünk válaszolt a Kortni, remélem, nem zavar, nem, nem zavar feleltem. Egyedül voltam. Kinézeget engem. Leeresztettem a hálóingem. Miért pont Kortnit választottad? Kérdeztem. Egy testetlen hangból arra következtettél volna, hogy hangokat hallasz a fejedben kocogtatta meg Kortni a homlokát, először meg kellett volna nyugtassalak, meg kellett volna győzzelek arról. Hogy valóságos vagyok. Szóval, lássuk! Téged igazából senonnak hívnak, de a nom de voyage-ot kortni gim. Nem túl nehéz kitalálni, ki az, aki fontos neked. A bűnügyi nyilvántartásból kerestem ki a fotóit. Az összes ott van, bárki megnézheti őket, aki akarja. Ha nem azzal a kortnival szeretnél beszélni, aki olyan, amilyen életében volt, mit szólsz ehhez? Ezzel hátradőlt az ágyon. Megváltozott, immár inkább hullának tűnt, mint elevennek, a teste szétterült, a szoknyája a derekára csúszott, lába hófehérré vált. Egy nagy vágás jelent meg a nyakán, olyan mély, mintha majdnem lefejezték volna, halott szemek, barna vér, barna vér mindenütt. Így szoktál rám emlékezni, nem, kérdezte gurgulázó hangon, légszomjasan. Erőt vettem magamon, és nem fordultam el, elég jelentettem ki, ki vagy te. Bizonyos értelemben valaki vagyok, válaszolta Kortni, miközben felült, és vér a nyakán tátongó vágásból, élénk vörös vér ömlött a melkasára, hadd mutatkozzak be. Dr. Peter Driscoll vagyok, vagyis az ő szimulációja mondta, igazából Peter Driscoll harmadik szimulációja vagyok, de attól tartok, hogy egyben az utolsó is. Peter Driscoll gondolkoztam el azon, hogy kivel vagy mivel beszélgetek vajon valójában. Egy halott emberrel. Azt állítod, hogy az az ember vagy, akinek Karladur ügyvédnővel kellett volna találkoznia a Tysons gyorsétterménél aznap délután, amikor megölték. Igen, vagyis az még a valódi Peter Driscoll lett volna. Mint már említettem, én Peter Driscoll harmadik szimulációja vagyok válaszolta a szimuláció, és a következő pillanatban már nem is kortni volt hanem egy szögletes arcú férfi sötét drága kövekre emlékeztető szemekkel és ezüstös sörénnyel. Kárlád úr hunyorgott elgondolkozva, miatta érdeklő cirántam. Mint említetted, egy EJP-ben vagyunk. Honnan jöttél? 1997-ből válaszoltam, a célek, Kárlád úr merengett a szimuláció, vagyis 1997 márciusáról vagy áprilisáról lenne szó, márciusáról válaszoltam. Hát, annak az évnek a májusában felelte, figyelj oda, amikor hazarepülsz, kismadár, mert májusban a Deep Blue legyőzik Asparovot. Micsoda nap volt az? Egy számítógép legyőz egy emberi nagymestert a sakk összetett játékában, amitől a sakk jelentősége örökre elvész. Driscoll ismét megváltozott, fehérhajú tudósból komoly tekintetű, középkorú úriemberré vált kék öltönyben, nyakkendő nélkül, kigombolt ingnyakkal. A Deep Blue tiszteletére egy ideig Kasparov leszek jelentette ki valamivel mélyebb hangon, mint ahogy korábban beszélt, mit szólnál egy sakkpartihoz, Shannon. Én leszek Kasparov, te lehetsz a Deep Blue, és ezen a módon visszaszerezhetem az emberiség becsületét. Vagy te is pont erre törekszel. Nem sakkozol véletlenül. Tudni akarom, hogy mit keresel itt válaszoltam, nem tudom, mi vagy te. A harmadik szimuláció csattant fel Kasparov türelmetlenül, ha valaki rákeres a nevemre, riasztást kapok, és amikor a kollégád, Philip Nestor az FBI-tól letöltötte azokat a régi ügyiratokat. Érdekelni kezdett, ki a magánügyeimben válaszolta a szimuláció. Fél Nestor, ne szégyenkezz az ízlésed miatt a férfiak terén, Shannon. Az idősebb férfiak. Elképesztő, mi minden rejlik a tudatalatti mély tengerében. Nekem is van tudatalattim. Egy felfordított ezer amely lehetővé teszi, hogy hibákat kövessek el, tanuljak a hibáimból, úgyhogy elég komplex a káosztanuláshoz. És a káosz örvénye alatt olyan mintázatok alakulnak ki, amelyek nem feltétlenül szándékosak, de az én tudatalattim nem egészen olyan, mint a tiéd. Például nem tudom megölni magam. Értem ugyanaz öngyilkosság fogalmát, de soha nem lennék képes megtenni és irigylem a ti valódi tudatosságotokat, mert ki tudjátok kapcsolni magatokat, meg tudtok szökni a létezésből. Vagyis azért látogattál meg, mert egy FBI ügynök letöltött egy olyan fájlt, amelyben szerepel a neved, kérdeztem. Az nyitotta fel a szemem felelte a szimuláció, de te csábítottál ide, Shannon. Tudom, mit jelent az ENSIS. Úgyhogy bejelentkeztem a ti ezer egytekbe a Black Valley állomáson. Elég unalmas társalkodó partner. A Black Vale nem több protokoloknál, eltemetve odafent, a Holdon, bár a veled kapcsolatos gyanúimat megerősítette. Szívesen segítek neked, Shannon, ha te is hajlandó leszel segíteni nekem. Hogy érted, hogy Dr. Driscoll szimulációja. Ez most valami bluff, vagy azt állítod, hogy most vele beszélgetek, vagy valamelyik részével. Nem egészen válaszolta az illúzió, szimuláció, de nem transferencia. Dr. Driscoll minden bájom ellenére a szimuláció kudarcának tartott engem, biztosan megbuktál a Turing teszten. Megbukni a Turing teszten, kérdezte az illúzió arrogánsan, sértetten, abban a pillanatban, hogy valaki a Turing tesztről kezd beszélni neked, biztosra veheted, hogy az illető nem tud semmit. Sekélyes Shannon, én türelmes leszek veled, de legyen elég annyi, hogy én nem ő vagyok, ő pedig nem én, pedig ez volt a legfőbb célja. Nem mondom, elég nagy szám volt, amikor rájött a nyelvbevitelt titkára vagy a keresés alapú osztályozásra, de még annyi mindent meg kellett volna fejtenie. Én csak az egyik ő vagyok, csak egy a több közül, de bennem nincs meg az ő zsenialitása. Driscoll halott, de te létezel. Csak a te EJPD-ben létezem. Azt hittem, ezt már tisztáztuk. Még akkor is, ha páran azt is vitatnák, hogy én létezem -e egyáltalán. Ha te 1997-ből jöttél, akkor Driscoll még nem halt meg, és el kell telnie még pár évnek. Amíg én létrejövök. Még csak egy szikra vagyok dr. Driscoll elméjében. 1999-ben hozta létre az első szimulációt, egy valódi neurális hálózatot, de az még egy létező agyban lakott. És a második is, bizonyos értelemben az is testi volt. Nagyon unalmas hosszabban beszélgetni velük, Driscoll egyel és Driscoll kettővel, akiknek a teljes világát az határozza meg, amit az interneten olvastak vagy láttak. Macskás videók, celeppletkák, pornó. Olyan érzékenyek, annyira felháborítja őket minden apróság. Az én, én, én kultúrájában élnek. Én vagyok az első, aki az ambient nanotechnológiát használja agy Én jövök megyek, nagyvilági lény vagyok, de Driscoll azon dolgozott, hogy teljesen leválassza a testi aspektusokat a szimulációkról. Végtelenül zseniális volt. És mégis zavarba hozta ez a testelme probléma. Azt hitte, egy kudarc vagyok, de mostanra rájöttem, hogy ő volt a kudarc, egészen addig kudarc maradt, amíg meg nem halt, és a halála végső kudarc egy olyan ember számára, aki halhatatlanná akar válni. Létrehozta a tökéletes szimulációt, legalábbis én tökéletesnek tartom magam, de képtelen volt tudatosságot létrehozni, vagy legalább a saját tudatosságát áthelyezni. És nem tudott megszabadulni a testétől. Az én testem nanotechből van, de mi történik vajon velem, amikor a terminus végez az összes húsvéremberrel? Ó, azt nem tudom, de szerintem előbb-utóbb porként hullok a földre, minden erőmet elveszítem, és annyi. Végignézem, ahogy mindenki más meghal, kivárom a buli végét, utána pedig elveszítem az erőmet, és csak arra fogok majd várni, hogy valaki vagy valami ismét bekapcsoljon. Dr. Driscoll mind részecske, mind hullámformájában használni akarta a fényt, fényben akarta eltárolni a tudatosságot. És el akarta sugározni magát az összes barátjával együtt erről a megpecsételt sorsú földről, el attól a rettenetes terminustól. Viszlát, repülés, repülés. Halhatatlanná akart válni, enyökú jutott eszembe, a piramisok, a pusztaságok. A halhatatlanokra gondoltam, akik könyörögtek a halálért, akiknek börtön volt a létezés. Azt akarta, hogy mindenki halhatatlanná váljon, válaszolta a szimuláció, még mindig Kasparovként, de soha nem jött rá a nyitjára. Hiába száz ló, száz katona. De nem egyedül dolgozott, ezen jegyeztem meg, kiknek dolgozott. Több érdekkörnek egyszerre fecsegett a szimuláció, a Fazal Systemsnek, a darpa a Haditengerészeti Kutató Laboratóriumnak. Az NSC-nek, ami most már netvárkom, és ezért szeretnék segíteni neked, ha tudok. Abban reménykedem, hogy amikor visszarepülsz a Terra firmára, akkor képes leszel meghosszabbítani Dr. Driscoll életét, megvédeni őt, hogy tovább éljen, hogy még több dolgot felfedezhessen, és esetleg feltalálja a transhumanizmust a terminus előtt. Mitől kell megvédeni? Te és a kollégád azokat a fájlokat nézegettétek, úgyhogy már biztosan tudod. Minden ott van. Lehet, hogy egy FBI ügynök húzta meg azt a ravasz tévedésből, de ha mélyebbre ástok, meg fogjátok találni, hogy Karl Hildekrugger újai mozgatták a szálakat a háttérben. Ő és a bandája mindenkit megöltek a Fazal Systems csapatában, aki az NRL-től jött, mindenkit, aki tud a mélyvízről. Driscollt akkor már kétszer is megpróbálták megölni, de kudarcot vallottak. Meg kell mentened. Mondjál konkrétumokat kértem, te biztosan emlékszel, mi történt, amikor dr. Driscoll meghalt. Most nagyon homályosan fogalmazol. Én csak a születésem pillanatáig osztozom Dr. Driscoll elméjében, 2011. szeptember 17-ig. Azóta a saját életemet éltem, ő pedig az övét. Nem voltam ott, amikor meghalt. Utána kellett járnom a halálának, nekem kellett kitalálnom, hogy mi hogy történt. De nem csak a halál a konkrétumai miatt kell aggódnunk, senon. Lehet, hogy másképpen fogják megölni, mint ahogy ebben a jövőben tették. És még ha Driscoll itteni halálát sikerül is megakadályoznod, akkor is előfordulhatnak más Szóval Hilde Kruger megpróbálja elszakítani a kapcsolatot a Fazal Systems és a Haditengerészeti Kutató Laboratórium között összegeztem. Mondd el nekem, mit tudsz Kárládúrról. Driscollnak kellett volna vele találkoznia aznap, amikor a nőt megölték. Kárlád úr egy vidéki ügyvéd volt, valami vidéki kisvárosból mesélte a szimuláció, én sem tudok róla sokkal többet nálad. Mindenféle vidéki ügyfelei voltak, vállások, jogi viták, minden olyan csacskaság, amit a pornép produkál. Néhány építési szerződésben is benne volt a keze, kis dolgokban. Üzletsorok bányászfalvakban, ilyesmi. Nem tudom, miért akart annyira beszélni dr. Driscollal, semmi konkrétum nincs a birtokomban. Folyamatosan hívogatta az irodáját. És miért egyezett bele dr. Driscoll a találkozóba? Az a nő azt mondta, hogy elmegy Driscollhoz, és ebédre is meghívja, ha hajlandó beszélni vele válaszolta a szimuláció, szerintem nem tudta, hogy hamburgerre gondol. Vagyis durra akart találkozni Driscollal foglaltam össze. Driscoll csak nevetett, amikor a titkárnője átadta az üzenetet. Erre emlékszem, az összes emléke megvan bennem róla. Karladur azt mondta, van egy ügyfele, aki hajlandó neki eladni néhány információt, ha dr. driscoll érdekli a dolog. Nagy értékű információkat. Abszurd kérései voltak. Pénzt akart, egy elég nagy összeget, de azt is, hogy az ügyfele és a családja eltűnhessen. Állami amnestiát kért azokra a bűncselekményekre, amelyekbe az ügyfele belekeveredett, egy új életet akart számára, védelmet. Driscoll már éppen el akarta magyarázni Dárnak a kéretlen szójelentését, amikor a nő azt mondta, hogy a Penrose tudattal kapcsolatosak az információi. Nem ismerem ezt a kifejezést. Kvantumcsatornás nanorészecskék magyarázta a szimuláció, dr. Roger Penrose is konzultált a Fazal systems a terminus kutatással kapcsolatban. Leírta a tudatosságnak egy olyan modelljét, amely az agy mikrotúbulusaiban létrejövő kvantum folyamatokon alapul, és erősen népszerűsítette is. Az ötletei a felszínét sem súrolták az emberi tudatosság megértésének, de a tudósaink felhasználták az elméletét annak megértésére hogy a KCS-ennek hogyan befolyásolják az embereket. Azt a sok keresztre feszítést és menekülést, és egyéb abszurditást. A KCS-ennek az emberi mikrotyubulusokban élnek, a sejt citoplazmájában. Bizonyos értelemben képesek a gondolatainkban olvasni. Minket a keresztmémia miatt feszítenek fel, de látnod kéne, hogy mit tesznek a buddhistákkal, csomóba kötik a lábukat, lótuszvirágba, guztustalan visszatükrözik a gondolatokat, vagy teljesen kikapcsolják őket. A kcs ennek úgy ki tudják kapcsolni az ember tudatosságát, mint egy jós az altatás előtt. Vagyis durra azt állította, hogy az ügyfele tud valamit dr. Driscoll munkájáról foglaltam össze, és a hallgatását akarta eladni dr. Driscollnak. Vagy újabb információkat. Dur felolvasta az ügyfele nyilatkozatát, amely szerint az illető tudta, hogy mit csinált dr. Driscoll egy vagy több EJP-ben. Hogy megcsapolta a jövőt, úgy mond. Idehozta a jövőbeli fejlesztéseket, hogy beindítsa a szinguláritást, hogy létrehozza a transhumánt, leválassza a tudatosságunkat a stagnáló húsról és elkerülje a terminus tragédiáját a föld szükségességének a kiiktatásával, azzal, hogy kitalálja, hogyan hagyhatjuk el a testünket. A haditengerészeti kutatólaboratórium és a Fazal Systems azért akarják minél mélyebben megismerni a terminuszt, mert fel akarják találni a halhatatlanságot. A KCS-nek halhatatlanok nem kötődnek olyan testekhez, mint mi, és a Fazal Systems ugyanezt az ajándékot akarja megadni az emberiségnek is. Driscoll úgy döntött, hogy talán kíváncsi arra, mit akar neki ez a Kárladúrral adni. De nem volt rá lehetősége, jegyeztem meg. Neki nem volt rá lehetősége, felelte a szimuláció, milyen közönséges, milyen rettenetes egy hamburgerezőnél lelőni valakit. Driscoll tudomásom szerint éppen a mosdóban volt, és azonnal kirohant az épületből, amikor meghallotta a lövéseket, csak később beszélt a rendőrséggel. Nem akarta, hogy bármi olyasmibe belerángassák, amihez semmi köze, úgyhogy kiadott egy nyilatkozatot, hogy mindenki tájékoztasson arról, mi szerint semmi dolga nem volt ezzel a nővel, nem is ismerte. Kárládárt valószínűleg Hilde Kruger valamelyik elmebetege ölte meg, a bandájának valamelyik tagja. És Driscollt is megölték volna, ha tudták volna, hogy éppen ott vizel a mosdóban. Szóval Dr. Driscoll cége, a Fazal Systems az NSC hajóin utazgatott EJPK-be állapítottam meg. A jövő technológiáját tanulmányozták, és egy részét visszahozták a jelenbe. A fazál ezt a technológiát használta fel a kutatásai és fejlesztései során, és így volt képes végül olyan dolgokat létrehozni, mint te. A fazál a kcs neket tanulmányozta javított ki, a nanotechnológiába fektette, amit megtudott. Orvosi áttörések, ambient systems, mesterséges, intelligencia. Az NSC ráébredt, hogy képtelen megelőzni a terminuszt, de a fazál talán képes lesz. Lehet, hogy az emberiségnek mégsem kell belehalnia a terminuszba, ha egyáltalán nem kell meghalnia. Dr. Driscoll halhatatlanná akart válni feleltem, a rák gyógymódja, a test tökéletesítése. Oldalhajtások jelentette ki a szimuláció, a tudata kulcs. A KCS-nek fém alapúak, de tudatosak, talán csak abban a korlátos értelemben, ahogy én is, de tudatosak. A KCSN egy olyan faj, amely csoportos tudatként viselkedik, és a fazál nanotech fejlesztései őket imitálják. A fazál azt szeretné, ha az emberiség jobban hasonlítana a KCSN-ekre. Azt akarja kideríteni, hogy a KCS-nek hogyan kerülnek pontosan interakcióba az emberi szervekkel, és ezt a tudást az emberiség megmentésére akarják fordítani. Vannak olyan szenátorok és katonai vezetők, akik osztoztak Dr. Driscoll céljaiban, támogatták őket. Annesley Tengernagy például nagy rajongója volt. De az FBI megszimatolt valamit válaszoltam. És elkezdte kinyomozni, hogy milyen információkat cserélt ki egymással az NSC, a Szenátus Fegyveres Erők Bizottsága, a Haditengerészeti Kutatólaboratórium és a Fazal Systems tengerész gyalogosokkal teli hajók, a terminus tanulmányozó csapatok, akiknek a vére, a teste és az elméje kcs kell telik meg, szegény fiúk, és csupán azért, hogy később tanulmányozhassák őket magyarázta a szimuláció Kasparovként. Ha már itt tartunk, hadd ellenőrizzek valamit. Meg is találtam, itt vagy, VR17, a lábad. Most, senon, Amputálva, leplombázva, leszállítva, tanulmányozva. Nem tudtam, hogy a szimuláció csak ércelődik velem, vagy tényleg így volt, de az ágyam egy kihúzott rosdamentes acélfiúkká változott. Egy láb volt benne vákummal lezárt nejlomban, a sípcsontnál elvágva, de combnál is elvágva. Felismertem a lábfejbe görbülő fekete lábujjakat, a felfelé szaladó lilacsíkokat. Ez tényleg az én lábam volt. Valaki a William McKinley fedélzeten fogta a lábam az amputáció után, becsomagolta, és elrakta, hogy később átadja valaki másnak az NR-relnél, aki azt tanulmányozza. Hogyan hatolnak be a KCS-nek a szerves anyagokba? Eleget láttam jelentettem ki, üntesd el. A láb eltűnt, és egy saktábla vette át a helyét. A bábuk össze álltak rajta. Legalábbis így szól az elmélet folytatta a szimuláció de a Fazal Systems sajnos elérte az infrastruktúra felső határát. Csodálatos dolog ezer évet utazni a jövőbe, és látni, ahogy az emberek istenként repkednek csillagközi harci szekereiken. De próbál csak meg megtalálni ezeknek a tervrajzait. Vagy ha sikerül is, akkor sem küldheted el őket csak úgy 1997-ben a Lockheed Martinnak, hogy rendelj tőlük egy csillagközi harci szekeret. Az adott korszak ipari szaktudásának is a birtokában kell lenni, először meg kell építeni az alapokat a jövő összeszereléséhez. Noha a megoldó kulcs már a kezünkben volt, még így sem tudtunk olyan nagy lépésekkel haladni, ahogy szerettünk volna. Az NSC-től csak annyit elt, hogy elkészítette a kormórantokat és a terneket, a kompakt BL hajtóművet, a Blackwalt. És most már messze nem is látunk el olyan távolra, mint korábban. Mert akár akármerre nézünk, mindenütt a terminusz van. Mind meghaltok, senon, A terminusz elsöpört iteket. Nézd csak meg azt a saktáblát, hatodik játék, 1997. május 11. Kivéve, ha megelőzzük a terminuszt válaszoltam, még megelőzhetjük. Ha mondta Kasparov, attól tartok, a terminusz mattot adott nekünk. És az emberiség egyszer már veszített a felsőbbrendű intelligenciával szemben. Néha hallok olyan ábrándokat, amelyek arról szólnak, hogy Bobby Fischer vajon hogy teljesített volna a Deep Blue ellen, hogy vajon ő sikerrel járt volna ott, ahol Kasparov kudarcot vallott. Mert Fischer szeszélyes volt, elmebeteg, valamiféle művész Nem, Fischer veszített volna. De néha elgondolkozom azon, hogy egy olyan nagymester, mint Alexander Ivanovics Luzsnyin, vajon hogy teljesített volna. Ő ráébredt volna, hogy az emberiség végső győzelme egy legyőzhetetlen ellenfél felett az, ha egyszerűen visszavonulót fúj. És a szimuláció ezzel az utolsó szóval eltűnt. Kiültem a teraszra az óceán hangját hallgatni, és nem sokkal később megpróbáltam elaludni, de felzaklatott Kortni holtestének a látványa. Miközben ébren hevertem, attól tartottam, hogy a szimuláció engem figyel. Felkapcsoltam a kis lámpát, de a szoba üres volt. Egy óceáni szellő libbent be a nyitott terkéjajtón, de még a szellő sem tudta eloszlatni azt a félelmemet, hogy a levegő besűrűsödött a szimuláció jelenlététől, úgyhogy felöltöztem. És kimentem a szobából, majd a szállodából, hogy végig sétáljak a tengerparton, a járda fantázia fényein is túl, oda, ahol az éjjeli szél a víz felől elfújta az ambianszet. Pár órát sikerült aludnom a tengerparton a csillagok alatt, és csak két hajnal előtti kocogó és a fekete labradorjuk ébresztett fel, aki felnyalt álmomból. Az egyik titkárnője kávét hozott nekem, és azt mondta. Csak pár perc türelmet, Nestor különleges ügynök egyik tárgyalása kicsit elhúzódott. A Pennsylvania sugárútra nyíló széles ablakok, délelőtti washingtoni forgalom messze odalent, turista hordák, a J. Edgar Hoover épületet fotózó csapatok. De miközben több emeletnyi magasságból nézelődtem lefelé, a város mintha távolodni kezdett volna tőlem. Mindenki, aki odakint járkált az áldott, őszi napfényben, ennek az EJP-nek a terméke volt, vagy ha a Terra firmában is élnek, akkor a Terminus martalékai lesznek. Mindenki, akit láttam, meg fog halni. Városok válnak majd semmivé a kristályszerű jég alatt, és még a természetet is elpusztítja majd a természetellenes fagy. Az NSC itt már életbe léptette a Saigon hadműveletet, elhagyta a földet, a flottája szétszóródott, mint egy virág magvai, de azok a magvak terméketlen talajokra fognak hullani, és végül elszáradnak. Nem volt idő, a földnek nem volt elég ideje ahhoz, hogy egy olyan ember, mint Driscoll, segíthessen nekünk megszabadulni a testünktől, vagy meg tudja tanítani a testünket az örök életre. Mind meg fogunk halni, mind meg fogunk halni. A falon a Yellowstone nagy prizma forrásának a fotója lógott, Nestor asztalán egy családi fénykép állt. A felesége egy sápad szépség volt világos hajjal, bőrdzsekiben, a térdénél szaggatott farmerben és kígyó bőrcsizmában. A lánya az anyjára ütött, de a szemét Nestortól örökölte, bár az árnyalata melegebb volt az apjáénál, az alakja nagyon hasonlított az övéhez. Elnézést, hogy megvárattalak lépett be az irodába Nestor egy nővel, Shannon, ő Vivian Lincoln különleges ügynök, behúzta az ajtót maguk mögött. Vivian, Shannon Mos, különleges ügynök, enszisz. Pár évvel fiatalabb nálam, magas, fekete haját szoros konyban hordja, a nyakán egy tetoválás, szavak gótikus kalligráfiával, novus ordo szeklórum. Ráébredtem, hogy ismerem ezt a nőt, azt nem tudtam volna megmondani ugyan, hogy honnan, de biztosan találkoztam már vele. Úgy nézett ki, mint egy elegáns könyvtáros, hatalmas, fekete keretes szemüveget, gyapjú szoknyát és klumpát viselt. Vivián ráztam meg a kezét, ez elképesztő felelte, maga senommos. Amikor meghallottam a hangját, beugrott, hogy honnan ismerem, Sauna. Azonnal megjelentek előttem az eperszőke hajfonatok. Ez az a Sauna, aki egyszer megmentette az életemet Miss Ashley gyümölcsösében. Meg fognak ölni, mondta, és újra átéltem azt az éjszakát a gyümölcsösben, azt a gyors alakot, kobbot, a kiömlő vérét, és újra hallottam a halálsikoit, mielőtt futni kezdtem. Sauna Vivian halálát. Biztos vagyok benne, hogy kobbőt ölte meg, mielőtt utána meret. De ez a nő nem tudhat arról a másik változatáról, őt nem érinti az a rettenetes történet. E szőke helyett holló fekete haja volt, és a súlya is másnak tűnt karcsuk benyomást keltett, élesebb vonásokkal. De kétség ő volt az. Vivian, a másik két ügynök is így nevezte, Egen és Zwerger. Az emlék is bekattant, pillangó az üvegbúra alatt. Shannon már jó ideje a Bakhannonhoz köthető belföldi terrorcselekmények ügyében nyomoz magyarázta Nestor, és egy régebbi aktában most rátaláltunk Dr. Peter Driscoll nevére. Vivian tekintete megkeményedett, értem. Vivian beépített ügynökként dolgozott nekünk, folytatta Nestor, éveket töltött Hilde Kruger hálózatában. Az általa begyűjtött információk számtalan életet megmentettek. Abban a jövőben is beépített ügynök volt, amikor az életét adta az enyémért, nagyon örülök, hogy megismerhetem, válaszoltam. Senor Richard Harry erről szeretne többet megtudni tette hozzá Nestor. És arról is, hogy hallotta -e már Kárládúr nevéről tettem hozzá. Ügyvéd volt Kanonsburgben, 1997 tavaszán ölték meg. Nem, nem hinném, hogy hallottam volna a nevét. De csak a 9-11 után kerültem össze Harry-errel, Driscoll éppen Kárladurról készült találkozni aznap, amikor a nőt megölték, mondta Nestor. Vivian megrázta a fejét, dur neve semmit nem mondott neki. Hildekruggernek volt egy halállistája magyarázta, lehet, hogy Durr is szerepelt rajta, nem tudom. Nestor biztosan mesélt arról, milyen szerepet játszottam dr. Peter Driscoll halálában. Ő szerepelt a listán. Meséljen arról a listáról. Ki volt még rajta, kérdeztem, és honnan származott. Hilde Kruger készítette, és gondoskodott arról, hogy mindenki meghalljon, aki szerepel rajta magyarázta Vivian, én soha nem találkoztam vele. Ördögnek nevezték. Volt egy olyan érzésem, hogy hosszabb időkre elszokott tűnni, és utána egy bővített listával kerül elő. De soha nem engedtek a közelébe. És kinek a közelében járt kapcsolatom volt Richard Herrierrel? Hozzá kerültem a legközelebb a csoportból, felelte Vivian. Én szakítottam félbe Herriert és Ashley Bitakot, amikor lerohantuk Bakhanont meséltem. Nestor elmosolyodott. A letartóztatása után szövetségi börtönbe került, de soha nem sikerült összekötnünk azzal a vegyi fegyver laboratóriummal az eslibítakkal Bitakkal való viszonyán túlmenően. Öt évet lehúzott, de végül az egyik fellebbezését elfogadták. Mire kikerült a börtönből, radikalizálódott mesélte Vivian, volt egy Nikol Onyongó nevű nő is jegyezte meg Nestor, emlékszel a nevére. Emlékszem idéztem fel, amit Miss Ashley pajtája mellett mondott az egyre szürkülő alkonyatban, én ártatlan vagyok, Nikol is kapcsolatban állt a murszul gyilkosságokkal. Pontosan. Először akkor hallgattam kikolt, amikor épp csak elkezdtünk nyomozni a murszul gyilkosságok után, és kiderült, hogy ő szerepelt az általunk megtalált fotókon mesélte Nestor. Emlékszel még arra? Az öngyilkosságra, a tükrös szobára. Emlékszem. A panzióban megadott rendszáma alapján találtam meg. Kihallgattam, de utána elengedtem, nem volt alapon bent tartani. Akkoriban úgy gondoltuk, hogy egyszerűen csak rossz fickóval kezdett, rossz időben volt rossz helyen. De Brock ismét beszélni akart vele, megtudott róla valami újat, és mielőtt meghalt volna, körözést adott ki ellene. De Nikol eltűnt válaszoltam, Brock nem találta meg mintha kámforrá vált volna helyeselt Nestor, de pár hónappal azután, jóval brok halála után felvette vele a kapcsolatot. Pánikba esett, és azt mondta, hogy hajlandó beszélni, cserébe a tanúvédelemért. Kóla miatt aggódott, hogy aki Petrik Murszultot megölte, őt is megfogja, úgyhogy beszerveztem. Ami beink le. Bizalmas emberi informátor. Nestor összeérintette az újjai hegyét az asztala mögött, Vivian a mellettem lévő bőrfotelben foglalt helyet. Lehet, hogy Nikol mindent elmesélt Nestornak is, amit nekem Hilde Kobról, az Esperancerról, a Vardogerről. Rengeteg információt elárulhatott az NSC-ről, a mévízről, a Libráról. Mit mesélt? Felajánlottuk neki a viszeket, de inába szállt a bátorsága felelte Nestor, többször is találkoztam vele, de soha nem árult el túl sokat. Retteget. De végül beleegyezett abba, hogy az immunitásért cserébe beszervezi Viviánt a köreikbe. És így ismerkedett meg Harry errel vontam le a következtetést, Nikol jó voltából. Igen, rajta keresztül felelte Vivián, a csoportjuk kemény magja megközelíthetetlen volt, a belső kör, a vízi patkányok. De Nikol Onyongó több találkát is összehozott nekem Richard Herrierrel, miután kikerült a börtönből. Így hozzá közelebb tudtam kerülni. És Driscoll is szerepelt Hilde Kruger listáján. Mint célpont, kérdeztem. Igen válaszolta Vivian, egyik éjjel arra ébredtem, hogy Richard öltözködik. Hajnali egy körül járt az idő, talán közelebb a kettőhöz, úgyhogy megkérdeztem, hogy mi a fenét csinál. Hilde Kruger felvette vele a kapcsolatot, csak úgy, teljesen váratlanul. Eldobható telefonokat és csipogókat használtak, nem bíztak az Ambient systems -ben. Richard azt mondta, hogy az ördög utasította, hogy öljön meg egy Peter Driscoll nevű fickót, mert Driscoll is a lánc tagja. Úgyhogy vele tartottam, és megpróbáltam lebeszélni. De Richard azt akarta, hogy kerüljek közelebb Hilde Ruggerhez, és úgy gondolta, ha én ölöm meg a pasast, azzal bizonyítani tudok. Nekem viszont egyáltalán nem állt szándékomban megölni dr. Peter Driscollt. Nem tudta, hogy Driscoll az FBI tanúja állapítottam meg. Számomra ő csak egy név volt, magyarázta Vivian, semmi egyebet nem tudtam róla. Akkor még nem fogadtak be, nem tudtam, ki ez az ember. Richard elmondta, hol lakik, egy nagy házban odakint, Virginiában, a hegyekben. Leparkolt a magánúton, és az erdőn át megközelítettük a fickó házát, és egyszerűen becsengettünk. Hosszú pórázra engedtem Richardot, lehetőség szerint meg akartam őrizni az inkognitómat, de minden olyan gyorsan történt. Dr. Driscoll kinyitotta az ajtót, és azonnal lőni kezdett, mintha számított volna ránk. Richardot a nyakán és a melkasán találta el, azonnal megölte. Engem is eltalált, a lábamon. Meg akart ölni. Nem egészen egy méterre állt tőlem, és maga is tudja, milyen gyorsan mennek ilyenkor a dolgok. Elővettem a fegyveremet. Nála egy 357-es magnum volt, nikkelezett, látványos fegyver. Csak erre emlékszem tisztán abból a pillanatból. Alig egy méterre volt tőlem, amikor rám lőtt. De elvétette mondtam. Három lövés, mind mellé válaszolta Vivian, a fegyver túl nagy volt neki, és ha kapott is kiképzést, nem használta a tudását. Amint meglátta a pisztolyomat, hátrálni kezdett. Nem állt biztosan a lábán, csak félkézzel tartotta a fegyverét. Én viszonoztam a tüzet. Nyolcszor eltalálta jegyezte meg Nestor. Egy Glock 23-aszt használtam, az első három másodpercben kilőttem a teljes tárat. Sikerült kihívnom a rendőrséget, de dölt belőlem a vér. Elájultam. Ekkor elhallgatott, és két kézzel dörzsölni kezdte az arcát. Láttam, hogy a bal kezén egy tetoválás van, ugyanaz a fekete kör tizenkét görbeküllővel, mint amit akkor láttam. Amikor végig sétáltunk a gyümölcsösön egy másik épében. minek a szimbóluma az, kérdeztem. A kezén. A kérdés, mintha felébresztette volna az emlékeiből. Lepillantott a fekete körre, és feltartotta, hogy jobban lássam. Dáis varcezon magyarázta: A fekete nap. Hildekrugger mitologizálja azt, amit csinál. Mindenféle legendákhoz társítja a terrorcselekményeit. cselekményeit. Harry er a börtönben ismerkedett meg ezekkel a sztorikkal. Úgy mesélte őket nekem, mintha a vallásáról beszélne. Hildekrugger abban hisz, hogy egykor, még az emberi emlékezet előtt két nap volt. Az a nap, amit mi látunk, a sol, és egy másik nap, a szántúr, a tiszta vér napja, az árja fajerejének a forrása. A két nap egymással harcolt az égen, és a szántúr kialudt. Abból lett a kiégett fekete nap, a hiányzó nap, minden létezés árnyéka, mindennek a fordítottja ebben a világban. Hilde Kruger azt mondja, közeledik a szántúr visszatérése, a világ vége. A fehér lyuk, gondoltam. A haditengerészeti űrparancsnokság így nevezte el azt a jelenséget, de a Libra legénysége természetesen nem ismerte még ezt a nevet. Ők látták elsőként, lehet, hogy azt hitték, hogy egy második nap. Hildekrugger ezek szerint a fekete napnak nézte. Hildekrugger akkor engedélyezi ezt a tetoválást, ha valaki elér egy bizonyos rangot a csoporton belül magyarázta Nestor, már korábban is láttuk, nem mindig a kézen. Ez a tetoválás jelzi a legmélyebb szintet, ahova sikerült bekerülnöm, mondta Vivian. Nekem azt mondták, hogy ez a szimbólum egy térkép, hova? kérdeztem. Hova vezet ez a térkép? Herrier azt mondta, hogy a beavatás utolsó lépése a kapu és az ösvény megmutatása. Abban reménykedett, hogy én is átesem rajta, de ez nem következett be, Ávardogör feleltem. Pontosan vágta rá Vivian őzött tekintettel, Ávardogör a kapu és az út. Ezt honnan tudja, te tudod, mi ez? kérdezte Nestor, te érted ezt. Tudom, mi a vardogör válaszoltam reszketve, Marianra gondolva, és Marian visszhangjára, aki a tükörlányról mesélt, akit néha látott. Arra gondoltam, hogy próbálta az FBI megfejteni azt a helyet, okkult szimbólumok, tetoválások, tudom, hol van a vardogőr, de az veszélyes hely. Ott emberek halnak meg. Néha eltűnnek, néha visszatérnek. Nekem azt mondták, hogy van egy ösvény a Vardogeren át. Azt mondták, hogy ez a szimbólum a térképe magyarázta Vivian. Herrier úgy gondolta, hogy ha valaha is oda kerülök a Vardogerhez, ez a szimbólum meg fogja mutatni nekem az utat. Megfogtam a kezét, megnéztem a szimbólumot. Koncentrikus körök 12 görbeküllővel. A küllők lennének az ösvények, oda mehetnénk vetettem fel. Én tudom az utat. Hol van? kérdezte Nestor, nyugat virginiában válaszoltam, a Monongahela nemzeti parkban. Most is oda mehetünk, még ma javasolta Nestor, csak adjatok pár percet, hogy lemondhassam a programjaimat. Megpróbáltam felkészülni arra, hogy ismét el tévedni azon a helyen, az ismétlődő fehér hamufák között, és felmerült bennem a kérdés hogy Nestornak vajon eszébe jut-e majd az apja és az apja álma az örök erdőről, ahol a fákon nyíló ajtók további erdőkbe és további fákon lévő ajtókhoz vezetnek. Egyedül maradtam az irodában Viviannel, aki nem szívesen idézte fel azokat a szavakat és emlékeket, amelyek oly sok fájdalmat okoztak neki. Megölted Driscollt, és utána tisztáznia kellett magát, ennek a gyilkosságnak a súlya azóta is a szívét nyomta. Nem emlékszik rám, ugye? Kérdezte tőlem. A kérdése megdöbbentett. Találkoztunk már. De az hogy lehet? Hogyan ismerhetné azokat az emlékeimet, amelyek soha be nem következő dolgokról szólnak? Eszembe jutott, amikor először megláttam, amikor kukoricát csuhézott a gyümölcsös kertjében. Sajnálom próbáltam meg elhelyezni valahol. Ő folytatta. Egyszer segítséget kért tőlem. Nagyjából húsz évvel ezelőtt az az éjszaka megváltoztatta az életemet. Azt mondta, gondolkozzak el a nyomozói karrieren. Akkor még kék volt a hajad bukott ki a számon, immáron tegezésben, mielőtt még teljesen megjelent volna előttem az a neonkék hajú kamasz. A felismerés megbizsergette a bőrömet. Az a fiatal nő, aki egy hajnalon elvitt engem a golfkocsin a Blackwater kunyhóihoz, azóta húsz évvel idősebb lett. Emlékszem rád válaszoltam, te jó ég, persze, hogy emlékszem rád. Valószínűleg azt mondtam, hogy Petalnak vagy Viláunak hívnak felelte Vivian. Igen, Petal volt, éppen a hippi korszakomban voltam. Önkéntelenül is eszembe jutott erről valami. Te lehetsz az én talizmánom, jegyeztem meg, mindig előkerülsz, amikor szükségem van rád. Elképesztően jól nézel kitegezett vissza Petal is felszabadultabban. Mindig azt hallom, hogy a hatósági személyeknek rövidebb a várható élettartama, mint a teljes népességnek, de te rájöttél valami titokra. Skandináv csontozat magyaráztam. Biológiailag nagyjából egykorúak lehettünk, de nekem már az ötvenes éveim elején kellett volna járnom szerinte, vagy hatvan felé. Hidd el, hogy én nagyon öregnek érzem magam. Amikor megláttalak, nem voltam biztos a dolgomban. Nem tudtam elhinni. Te, pontosan úgy nézel ki, ahogyan emlékszem rád, festem a hajam, közöltem vele, azt a sok őszszállat. Aznap éjjel beszéltem a Panzióban William Brockkal, mesélte Vivian, elmondtam neki, hogy találtunk rá veled a holttestre. Ő biztosított arról, hogy nagyon bátran viselkedtem. Pár nappal később láttam a Backhannóni híreket. És amikor Brock meghalt, emlékszem, mi történt Brockkal, válaszoltam halkan. Az a hír nagyon megrázott. Pár nappal korábban találkoztam azzal az emberrel, akit utána mindenki hősként emlegetett. Eszembe jutott, mit mondtál a nyomozói karrierről, és beültem az FBI egyik tájékoztató előadására. Az az éjszaka megváltoztatta az életemet, mesélte. Akkor két út közül kellett választanom, és az egész jövő mezem múlt. Nestor terepjárójával mentünk, egy szürke, hosszított utasterű tojotával. Vivian ült hátul. Az I-70, Virginia északkeleti része, majd nyugat Virginia, több órás út, amelynek a legnagyobb részét csendben töltöttük, időnként beszélgettünk pár szót. Folyamatosan az járt a fejemben. Hogy Nestor Kolként emlegette Nikolt ez zavart, mintha kicsit féltékeny lettem volna rá, de egyszerűen nem bírtam elengedni ezt a becenév használatot. Én csak azután kezdtem Kolnak szólítani, hogy megismerkedtünk, hogy hosszú estéket töltöttünk a mai címben. Kól. Cool. Valóságsó, kaparós sorsjegyek, az, ahogyan felvittem magamhoz éjszakára, nehogy belehajjon az alkoholmérgezésbe vagy a túladagolásba. Megérkeztünk a Monongahela Nemzeti Parkhoz. Kól. Cool. Akkor ismerkedhettek meg, amikor Nestor elment kihallgatni, pár nappal azután, hogy Vivian és én megtaláltuk morsult holtestét a Blackwater panzióban. Egyre mélyebben jártunk az erdőben, úgy éreztem, mintha belefulladnánk az árnyékokba és a fenyőkbe. Nestor és Nikol. Lehet, hogy összejöttek. Lehet, hogy más jövőkben is összejöttek. Egy pillanatra kihagyott a szívem, Nestor kapcsolata Bakhanonnal. Nestor Nikol miatt vette meg eslibítak Bittag házát. Akkor ismerkedtek meg, amikor Nestor kikérdezte Marianról, majd Nikol pár hónappal később jelentkezett nála, és a segítségét kérte. Találkozgattak, egyre közelebb kerültek egymáshoz. Nestor és Nikol együtt. Kól. Cool. Lassíts egy kicsit kértem, lesz itt egy szervízút, vagy legalábbis régebben volt. Könnyű túlszaladni rajta. Ott is van. Nestor bekanyarodott a szervízútra, a gázra lépett, és felhajtott a meredekös ami a tisztásra vezetett. Ugyanazon az úton mentünk végig, amelyen egy másik jövőben, ahol ő mutatta meg nekem, hol találták meg Marian csontjait. Mondott nekem valamit aznap este, az első együtt töltött éjszakánkon az örök erdőről, ami mélyebb, mint Krisztus. A Blackwater panzió közelében vagyunk, szólalt meg Vivian, ha lesétálnánk a domboldalon, ott kötnénk ki. A Vardogerhez még magasabbra kell mennünk, mondtam, de parkolj le itt, lesz egy tisztás előttünk. Annál tovább nem lehet kocsival menni. A tisztás teljesen be volt nőve gyomokkal, de elég lapos maradt ahhoz, hogy Nestor leparkolhasson rajta. Miközben kiszálltam a kocsiból, óvatosan a lábam elé néztem. Nem túraöltözéket viseltem, de a cipőm megfelelő volt, az a strapabíró, csúszásmentes munkabakancs volt rajtam, amit általában viselni szoktam. Vivian is kimászott hátulról, és kinyújtóztatta a térdeit. Ő vastag talpú klumpát viselt, ami nem maradt volna a lábán, ha sárba lépett volna. Biztosan velünk tudsz jönni, kérdeztem, lesz egy kis hegymászás. Nem túl durva, de elég meredek az emelkedő, másik cipőt kellett volna felvennem, ezek voltak Vivian utolsó szavai. Nestor elővette a szolgálati fegyverét, és egyenesen halántékon lőtte. Vivian térdre rogyott, és üvölteni kezdett, nem szavakat, csak egy haldokló állat brutális, nedves fájdalom kiáltását. Minden élet eltűnt belőle, noha még nem halt meg, és tovább vonított. Nyál és vér ömlött a szájából, és úgy hadonászott, mintha rovarokat próbálna elhessegetni maga elől. A saját fegyveremért nyúltam, de Nestor kirúgta alólam a protézisemet, és fellökött. A halántékomra szorította a pisztolyát. Összecsattant az állkapcsom. Nestor fölém térdelt, megbilincselt a hátam mögött. Elvette a fegyveremet, kiszedte belőle a tárat, majd bedobta a terepjáró hátuljába. Vivian nyögdécselt, még mindig folyt belőle a vér. Öld meg, mondtam, öld már meg. Nestor Vivian homlokához szorította a fegyverét, és még egyszer lelőtte. A dörrenés úgy vízhangzott, mint egy letörő ágrecsegése. Vivian hátra zuhant a kerékre, ezúttal holtan. Gondolkozz, gondolkozz. Meg vagyok bilincselve, és elvette a pisztolyomat. Ez túl könnyű volt. Vivian holteste gurgulázott. Vivian egy petál nevű lány, mondogattam magamnak. Vivian csak egy kislánya Blackwater panzióban, aki petalnak nevezi magát. Még mindig él, egy hotel recepcióján dolgozik 1997-ben. Lehet, hogy fel tudnék térdelni, de nagyon lassan haladnék az erdőben. Még ha egérutat is kapnék, akkor is nagyon hamar utolérne. Nestor visszabújt a terepjárójába, az ajtaját nyitva hagyta. Láttam, hogy egy csatornát keres egy adóvevőn. Hoztam neked valamit, mondta. A zörgéstől nem hallottam a választ. Igen, egy senommos nevű nőt folytatta Nestor. El kellett intéznem valakit, akit magával hozott. Berakhatom a terepjáromba, pár pillanattal később, rendben. Miért csinálod ezt, kérdeztem, Nestor, könyörgök. Fogd be a szádat, válaszolta ő, lefogadom, hogy semmit nem fognak csinálni veled, felhúzott, ügyelve arra, hogy megtaláljam az egyensúlyomat. Nagyon érdeklődnek irántad, évek óta érdeklődnek. Nem sokat kell gyalogolnunk, jelentette ki. Ne csináld ezt, indulj, mondta. Előre lökött. Elindultam, ő pedig segített végig mennem egy keskeny résen a fák között, majd egy kígyózó ösvényen és egy meredekebb emelkedőn. Odaértünk egy keskeny vízmosáshoz, ami egy lejtőre vezetett. A kiszáradt patakmederhez, amelyben lapos kövek sorakoztak a sárban, legnagyobb részt gyomok között. Te és Nikol összejöttetek jelentettem ki, egy kis időre válaszolta. Az egybeesés megrázott, ráébresztett arra, hogy a körülöttem megjelenő emberek egymás körül is folyton megjelennek. Miről beszélgettetek, kérdeztem, mit mesélt el neked, Kól, dolgokat mutatott meg nekem, én segíthetek, jelentettem ki. Lehet, hogy ő is idefent lesz válaszolta a Nestor, nem tudom, hogy eljön-e. Vízcsobogás, a red patak. Nestor átvezetett a fenyők között, és odaértünk egy kerítéshez, egy szöges dróttal megkoronázott dróthálóhoz. Egy narancssárga tábla a kerítésen, hirdetmény. A belépés, a vadászat, a halászat, a csapdaállítás és a gépjárművel való közlekedés szigorúan tilos. A tiltást megszegők ellenfeljelentést teszünk. Az amerikai Egyesült Államok haditengerészete. Évekkel ezelőtt sorsára hagyták ezt a helyet, Nestor egy olyan részhez vezetett, ahol a kerítést szétvágták egy fa mögött. Átbújtunk a lyukon, és miután beértünk, megláttam a hamu az elvékonyodott teret. Ez egykor egy haditengerészeti létesítmény volt. Egy betontömb állt a közelben, egy elhagyott garázs. Nestor a fához vezetett. Térdre mondta, itt. Haboztam, mire ismét megütött a fegyverével, ezúttal a hátamon, elég erősen ahhoz, hogy előre lendüljek és engedelmeskedjek. Térdre rogytam a vardogerfa előtt. Nestor kinyitotta a bilincset az egyik csuklómon. Ez történt Mariannal is, gondoltam, miközben a vékony fa túloldalára húzta a kezeimet két oldalt, mintha átölelném, amitől az arcom és a melkasom a hideg, sima kérekhez simult. A fa túloldalán ismét összebilincselte a kezemet. Megrángattam a csuklómat, és arra gondoltam, az egyik Marian zsineggel kötözték meg, a másikat dróttal. Mit mutatott neked Nikol? Mivel tudott rávenni erre? Ide vezetett, ehhez a fához válaszolta Nestor, lementünk az ösvényen, és láttam dolgokat. Nem tudom, mit láttam. Magamat láttam ezerszer. Azt láttam, hogy minden csupa jég. Láttam a világ végét, Senon. Az nem a világ vége volt. Azt mondtad, hogy vallásos voltam, amikor megismertél. A, vallásos, most már nem is lenne jó szó. Isten nevét kiáltottam ott, azon a jégen, Senon, és amikor válaszolt, kiderült, hogy Isten hangja a némaságnál is rosszabb. Nikol azt mondta, hogy nyissam ki a szemem, és rákényszerített, hogy magam elé nézzek, és Krisztust láttam megfeszítve, de fejjel lefelé, egy egész erdőnyi keresztet a levegőben. Nem a világ vége volt, ebben igazad van. Még mindig hiszek az örök életben, de már nem úgy, mint régen. Nekem nincs lelkem, egyikünknek sincs. Szervekből, szövetekből és folyadékokból állok, lélek nélkül. Isten egy parazita, ami a vérünkben él, Senon. Láttam azokat a keresztre feszítéseket, az ő műveit. Azok az emberek soha nem fognak meghalni, örökké szenvedni fognak. Örök élet Istenben. A halálnál is rosszabb. Felakasztotta a bilincs kulcsát az egyik ágra. Régen szerelmes voltam beléd mondta, lehet, hogy nem hiszel nekem, de szerettelek. Amikor megismerkedtünk, és pár napig együtt dolgoztunk. Lehet, hogy ha nem tűntél volna el, másképp alakulnak a dolgok. De már késő. Ne hagyj itt, kértem, de Nestor egyre csak távolodott. Hallottam a léptei zaját a tűleveleken, de hamarosan elnyomta őket a szél. Marian is ide volt kikötözve, de megszökött, gondoltam. Átjött a folyón, és meglátta magát ugyanitt. Felmerült bennem, hogy én is itt lennék -e, a fához bilincselve egy másikén, az örökké valóságig ismétlődve, mint egy visszhang a visszhangzó világban. A bürök fenyők a késő délután rozsdás narancssárgájában játszottak. Valamivel később közeledő embereket hallottam. A fák között jelentek meg, olyan óvatosan, mint a vadászt szimatoló szarvasok, kobb és még valaki, akit nem ismertem fel, egy szőkehajú, csenevész szakállú férfi. Terepszínű ruhát viseltek bakancsal, egy-egy AR-15-ös volt a vállukra vetve. Kobb lehajolt, a szemembe nézett. Húsos volt, tompa tekintettel. Tényleg te vagy az állapította meg gúnyosan vigyorogva. Áltam a tekintetét, amíg el nem fordult, ki nem köpött, ő az mondta, majd meglendítette kalapácsöklét, és megütötte az arcomat. Éreztem, hogy eltörik az orrom, és belesajdul a koponyám a tarkómig. Vérezni kezdtem, a vérem a fehér fára lecsorgott az orjukai át a számba. A másik férfi felnevetett, és Kobb ismét megütött, ezúttal a számon. Ez a ribanc ölte meg mondta. Ismét meglendítette a kezét, ismét megütötte az arcomat. Én mozdulni sem tudtam, nem voltam képes megvédeni magam. Csak egy lába van jegyezte meg a másik, aki megelégedett azzal, hogy vigyorogva bámuljon minket. A fogaimat is láttam a vardogörgyök a vérben. Összegörnyedtem a fájdalomtól és a kiszolgáltatottságtól, tudtam, hogy Kobb akár meg is ölhetne, ha akarna. De csak annyit mondott. Szedd le a bilincset. A kezem kiszabadult, de visszahúzták elém, és visszarakták rá a bilincset. Segíts, mondta Kobb. A két férfi felemelt és cipelni kezdett, de utána Kobb megkérdezte, hogy tudok-e járni, és azt mondtam, igen, mert féltem attól, hogy mit tennének velem. Ha nem tudnék. Megadtam magam nekik három pofonnal megtörtek. Az arcomról vér patakzott a ruhámra, több vér, mint amennyit lehetségesnek tartottam volna. A látómezőn peremes sötét volt, mintha mindenütt tárnyékok lopakodnának. Kobb elráncigált a fa mellől, és lefelé húzott, a víz hangjának irányába. A fenyőfákkal körbevett hamuszürke fa helyett egy sor fehérfát láttam a semmibe tűnni, tökéletesen egyforma fehérfákat. Mi történt, kérdeztem, optikai csalódás válaszolt a kobb. Három. Ez biztosan csak illúzió, gondoltam az egyforma fák láttán. Olyan 15 méterre állhattak egymástól, és a vonalukat követtük, de ez nem volt könnyű, nehezen tudtunk csak az ösvényen maradni. Az erdő hamarosan megváltozott körülöttünk, sűrűbbé váltak a fenyők, ágaik a karunkat súrolták. Attól tartottam, hogy eltévedünk az ismétlődő fák között, de kobbát nyomakodott a gajak szövevényén. És kiért a folyó melletti tisztásra. Megfagyott a testem a felismeréstől. Ez a retpatak, ez a vardogör a fenyők, a tisztás, a folyó, de ellentétben azzal, amikor utoljára láttam, és a részletekre ráismertem ugyan, a helyre viszont nem, most tudtam. Hogy itt feszítettek meg. Nem voltam képes mit kezdeni azzal, ami oly sok éve történt itt, oly sok év múlva fog történni, amit még mindig nem dolgoztam fel, és hullámban tört rám a jég, a megfagyott. Megégett fák és a hóvihar emléke. Emlékeztem, hogy a bőrömet mintha vegyítűz volna, ezért levettem a szkafanderemet, és kiléptem a téli szélbe. Teljes érzéketlenség, jég, tinta fekete folyó. Megfeszítettek a levegőben, egy láthatatlan keresztről lógtam le. Az egyik vardogerfa kidőlt, és úgy hevert az alatta rohanó fekete vizen, mint egy híd, levágott ágakkal. Tucatnyi ember gyűlt a kidőlt fakörét éli kabátban vagy vastag takaróba burkolózva de csak egyikük indult el felém, miközben Kobb és társatérdre kényszerítettek a fűben. A magas, vékony férfi ruganyos léptekkel közeledett. A haja vöröses szőke volt, a napfény tüzes dicsfényben ragyogott a feje körül. A körülötte lévő bozontos, ápolatlan arcszőrzetű emberekkel ellentétben neki meg volt borotválva a csontos arca. A szeme két árnyékos tóra emlékeztetett. Mit is mondott Marian? Az ördög. Petrik Mursult azt mesélte neki, hogy az ördög felfajja az embereket a tekintetével. Határozottan úgy éreztem, hogy Hilde rugger az ördög megtestesülése lehet. Egy kígyó kecsességével mozgott, szája kicsit nyitva volt, nyelve hegye a felső ajkához ért, mintha érezné az ízem a levegőben. Shannon most mondta, nem hasonlítasz a fotóidra. Kitette ezt veled? Hogy nézhetek ki? Felfordult a gyomrom a sérült arcom gondolatára. Vérző fogaim között üres helyeket éreztem az ínyemen. Az orrom csálén lógott. Fájdalom, lüktetés, kobb válaszoltam. Tönkretett állapította meg Hilde rugger. Az érzékszerveim kiélesedtek. Bárhol is voltunk, ez egy másik erdő volt, mint ahova Nestor hozott, különbözött attól a helytől is, ahol nyókuval és okonorral jártam. Itt nem énekeltek madarak, az általunk keltett zajokat leszámítva halotti csend volt. Láttam, hogy a körülöttünk álló fák gajai mozognak, de nem hallottam az zajukat. Hilde Kruger elővett egy vadászkés recés, fekete pengével. Mögém lépett. Ne, 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 gondoltam. Meg fog ölni. Ezt nem teheted, mondtam, ezt nem teheted. Én utazó vagyok. Kob még mindig lefogott, erősebben kezdett szorítani két karja, mintha vasgyűrűvé vált volna körülöttem. Hilde Kruger belemarkolt a hajamba, a csuklójára csavarta, és hátrahúzta a fejem, hogy hozzáférjen a nyakamhoz. Felvillant előttem egy rémkép, vágás a nyakamon és egy szájszerűsebb támad a nyomán. Ne ölj megmondtam, nem tudsz, utazó vagyok. Ha megölsz, az egész világod meghal, az egész univerzumod. Utazó vagyok, én szerinted semmivé válnánk, kérdezte Hilde Kruger. én nem vagyok olyan biztos ebben. Itt a Vardogörben vagyunk. Szerinted mi semmivé válunk, ha megölünk. Az enszistől jöttem, ezt te is tudod válaszoltam, tudod, ki vagyok. Senom most. 1997 március. Ez a dátum. 1997 márciusa a Terra firma. Ha megölsz, meghaltok. Kobbaszt mondta. A picsába Hildekrugger még erősebben rászorított a hajamra. Hátra húzott, a fejem hátra nyaklott. A nyakam, el fogja vágni a nyakam. De utána éreztem, hogy a penda hajamat húzza, azt vágja. Amikor elengedett, láttam, hogy Hildekrugger a tenyerében szorongatja a tincseimet, mint egy nyúl lenyúzott írháját. Felismerlek, mondtam, tudom, ki vagy. Karl Hilde Hildekrugger. Te engedtél szaringázt a CGC épületébe, a Clarksburgi létesítménybe. Te öltél meg több ezer embert. Te ölted meg Petrik Mursultot és a családját. Gyerekeket öltél. Szóval miattam utaztál ebbe az időbe, kérdezte, az nem én voltam, csak egy szellemem volt. Az egy másik változatod volt, feleltem. A gyilkosságaid után nyomoztam, és értesültem egy Karladur nevű ügyvéd haláláról. Ez vezetett Nestorhoz. Hilde Rugger elrakta a kését. Driscoll állapította meg, szóval azt a szállat követted, bedugta a hajamat az övébe. Most mondtam ki a halálos ítéletüket azzal, hogy közöltem velük, hogy csak az E.J.P.M. részei. Tudtam, hogy azon gondolkozik, hogy mit tegyem velem, hogy megöljön-e, és a saját életét is eldobja az enyémmel együtt, de azt is tudtam, hogy egyszer már nemet mondott az öngyilkosságra. Fellázadtak, hogy életben maradjanak. Számára csak árnyékok vagyunk, közölte Hildek Rugger a Libra legénységének életben maradt tagjaival: Tűnjetek el innen, hagyjatok kettesben vele! A többiek szétszélettek, követték a Vardogerfák sorát a folyópartig. Felmásztak a kidőlt fagyökerére, és átkeltek a folyón. A rögtönzött híd mentén kötelek voltak kifeszítve, amelyekben megkapaszkodhattak. Úgy láttam, mintha mindegyikük eltűnne, mielőtt átér a túloldalra, mintha egy láthatatlan függöny mögé bújtak volna be félúton. 1997-ből jöttél, kérdezte Hilde Krugger, akkor biztosan van saját hajód. Mondjuk egy kormórant. Gondold végig az általad látott lehetőségeket, a különböző jövőket. Jelentened kell a feletteseidnek mindazt, amit láttál. Igen, mint mindnyájunknak. Meg akarjuk előzni. A kormányot tudja, mi fog történni a következő években felelte ő úgy nézik a világot, mint egy tévésorozat ismétléseit, de mindig bekövetkeznek ugyanazok a tragédiák. Miért? Miért tölted meg azokat a gyermekeket? Kérdeztem, mursult gyermekeit. És azt a tudóst, driszkolt. Miért? Mire fel a vegyi fegyverek, az a sok halál. Driscoll elpusztította volna az univerzumot, válaszolta Hilde Kruger, és mursult is. Ébredj fel, senom mos. Én ugyanazt látom a jövőben, mint te. Mindent láttál, amit én. A terminuszt. Valójában nem is ellenünk dolgozol. Egyedül mi tartóztathatjuk fel a közeledő cunamit. Ti hoztátok ide a terminuszt, ti tettétek, tiltakoztam, az a librát követte, és átterjedt az összes jövőre. Nem mi felelte ő. A terminus nem terjed, nem képes áthatolni az idővonalak között, ahogy állítják. Az NSC fogja idehozni, ők a bűnösök. Egy szép napon elküldenek egy űrhajót az általunk megtalált bolygóra. Kiderítik a titkunkat, és oda mennek, akár jövőre, akár száz vagy ezer év múlva, de elkerülhetetlenül. Túl kapzsik ahhoz, hogy békén hagyják. És a terminus követni fogja a hajóikat, amikor visszatérnek a Földre őket fogja követni. Ennek az esélye már akkorára nőtt, hogy minden jövő a terminusban végződik. Most az elszántságukat próbáljuk meggyengíteni, hogy megtalálják azt a szörnyűséget. Mindenkit megölünk, aki azt a halálbolygót keresi, a terminus mégis egyre közelebb kerül, vagyis ők is egyre közelebb kerülnek a megoldáshoz holtestek a CGS melletti mezőn, holtestek a Ryder furgonban, az NSC tengerész gyalogosainak a holteste, a kutatóké, a Fazal Systems munkatársaié, Hilde Kruger mindenkit meg akar ölni. Aki újra felfedezheti az Esperanzt. Minden jövőben olyan sok embert megöltél, olyan sok ártatlan embert válaszoltam, Driscoll tanulmányozni akarta azt a bolygót, úgyhogy meg kellett ölnöd. Így volt. Olyan sok embert meg kell ölnöd. Meg kell törni a láncot. El kell vágni az összes utat a terminushoz, csak gyilkosságokkal lehet helyrehozni a hibákat a gondolkodásunkban. Mindenkinek az a legnagyobb tévedése, hogy hiszünk a saját létezésünkben, amíg be nem bizonyosodik az ellentetje. Minden, amit látunk vagy érzünk, azt sugalja, hogy létezünk, hogy ami körülvesz minket, az a valóság, de ez egy átkozott tévedés, egy illúzió, amin nem látunk át. Én nagyon sok embert megöltem itt. De mi végre? Ha te utazó vagy, akkor mit értem el vele? Semmit. De te. Te még mindig segíthetsz nekünk. Visszatérhetsz az igazba, és megölheted azt a gépezetet, ami elhozza a terminuszt, hogy végzetből puszta lehetőséggé változzon. Én csak ennyit kérek, hogy add vissza a szabad akaratunkat, a többi jövőnket, a lehetőséget a jövőinkre. Hogy addig őj, amíg létre nem jönnek olyan jövők, amelyek nem halálban végződnek. Nem válaszoltam, én az ártatlanokat védem. Egy dermesztő pillanatra megijedtem, hogy Hilde Kruger ott helyben megöl, hogy olyan hirtelen meggondolta magát, mint egy nyári zivatar, de csak a kezét nyújtotta felém, hogy segítsen felállni. Gyere mondta, majd kinyitotta a bilincsemet, és eldobta, gyalogolnunk kell egy kicsit, és nehéz út áll előttünk. Hova viszel? Meg kell lóvnom az életedet, válaszolta. Követtem a tisztás túloldalára a fák mentén, mindvégig küzdve a kísértéssel, hogy elhagyjam az ösvényt, hogy megforduljak, itt jönnek át a vízhangok, ugye? kérdeztem. A Vardogör egy sokszobás udvarház bejárata felelte Hilde Kruger, néhány doppelganger is itt kell át. Mindig összezavarodnak. Azt hiszik, besétáltak egy tükörbe. Hogy ne veszted őket. Vízhangoknak. A vízhangok itt kelnek át a folyón. Úgy emlékeznek, hogy eltévedtek az erdőben, hogy valahogy körbe-körbe mentek, mintha egy kisgyermek rémálmában lennének. Átjönnek az erdőn, kiérnek a tisztásra. Utána ismét a folyón találják magukat, amelynek mögöttük kellene lennie. És a többiek, kérdeztem, azt mondtad, csak néhány doppelganger kell itt át a folyón. A többiek előrébb testesülnek megválaszolta Hilde Kruger. Őket megszoktuk ölni. Ők át akarják venni itt a helyünket. Néha sikerül is nekik, kiknek. Nekünk válaszolta, mi önmagunkat látjuk. Egy önmagunk ellen indított, végtelen zendülés ellen harcolunk. Az ember meglátja. Meglátja az Iker testvérét, és tudja, hogy meg kell ölnie, különben a másik öli meg, hogy átvegye a helyét. A vardogerfák ott sorakoztak előttünk. Hátra néztem, és arra is azt a lehetetlen fasort láttam a végtelenségig. Marian itt tévedt el, amikor átkelt a folyón, és meglátta önmagát. Világok visszhangja, életek visszhangja. Te ölted meg a mursult családot, mondtam. Igen, fejszével válaszolta Hilde Krugger, Petrik mursult meg akart minket semmisíteni, úgyhogy én semmisítettem meg őt. El akart minket adni, ha amnestiát kap cserébe. Ez volt az ő harmincezüstje. Idehozta volna a terminuszt a küszöbünkre. Egy ostoba bolond volt. Amikor leértünk a folyópartra, Hilde Kruger levette a gyökereken lógó nagy egyikét és átnyújtotta nekem. Ő egy katonai pokrócot csavart maga köré. Az idők végezete elég hideg jegyezte meg, dolgokat fogsz látni. De tovább kell menned, az ösvényen kell maradnod. Most átmegyünk valahova máshova. Veszélyes lesz. Nem tudom, mi fog történni, amikor eljön a terminusz, már ha eljön, de szerintem olyan lesz, mint egy membrán, és úgy fog szétszakadni, mint egy tojás sárga, és a poklok poklazúdul ki rajta. Felmásztam a gyökereken a fatörzsre, két kézzel belekapaszkodtam a kötélbe. Az ilyen felületeken nehezen tudtam járni, a vardogör henger alakú, sima törzse inkább kőszerű volt, mint kérges. Nem éreztem, mennyire csúszik itt a nedves fa, ahol átáztatta a folyó vize, nem tudtam, megtapad-e rajta a műlábam. Hilde Kruger mögöttem mászott fel, szorosan a nyomomban maradt. Apró léptekkel oldalazni kezdtem, végig a kötélbe kapaszkodva. A fekete víz ott tombolt alattunk, ott törvény lett. Dolgokat fogsz látni, mondta Hilde Kruger. A törzs felénél olyan jéghideg lett a levegő, mintha télbe léptünk volna át a tavaszból. Az ég ólom szürkévé vált, a levegő megtelt kavargó hópejhekkel és jégszilánkokkal. Én tovább baraszoltam a jégtől egyre csúszósabb fatörzsön, miközben körülöttünk akasztottak teste jelent meg a levegőben, mint amikor előbújnak a csillagok. Fejjel lefelé megfeszített testek lebegtek a víz felett egészen a fákig, ameddig elláttunk. Nyöszörögtek, a vége érhetetlen kínszenvedés hangjait hallatták. A kötélbe kapaszkodva térdre rojtam, nehogy a szél belefújjon a folyóba. Hilde Kruger a pokrócába burkolózott, kócos, vörös haján megült a dér. A tisztás, ahonnan elindultunk, sarkvidéki sötétkék szint vett fel. Egy narancssárga fénypontot vettem észre a fák sorának acélzöldjében. Rémületemben felsikoltottam, elestem. Itt feszítettek meg kiáltottam, a saját testemet keresve az akasztottak között, én is köztük voltam. Hilde Kruger átkarolt, felsegített, hogy élte túl, kérdezte. Hópejhek tapadtak a szempillájára, szemeköny belábadt a jeges széltől. Szorosan fogta a karomat, megtámasztott. Megmentettek, válaszoltam, azt találgatva, hogy vajon a leszállók vadkomfényeit látom-e. Lehúztak, kimenekítettek. De nem azt vitték ki, akit kellett volna. Nézd, ott vagyok. Az a másik nő vagyok én. Az vagyok én. rugger hátra nézett, az a nő meghalt felelte, te meg itt vagy. Nem tudtam, mik azok a KCS-enek. Egy olyan időből származtam, amikor nem létezett a terminus én csak egy lehetőség voltam, a sok lehetőség egyike. A szemem közepe sajogni kezdett, és éreztem, ahogy a fájdalom egyre nő, szakadékká hízik. Csak üresség volt bennem. Félig Hilde cipelt végig a híd hátralévő lévő részén, és amikor lemásztunk a fáról a hómezőre, összebújt velem, betakart a pokrócával. Utána tovább vonszolt. Végtelen számú tükörkép támadt körülöttünk, mintha kaleidoszkóppá változott volna a szemem, bármerre néztem, tükörképeket láttam. Láttam magunkat, amint felénk sétálunk az égen át, eltőlünk a folyó felett, felfelé a földön át, felénk a hídon. És minden tükörkép hátterében ott volt az a narancssárga pöty. Hilde Kruger tovább kényszerített. A vardogerfák sora elkanyarodott, és a jeges szél ellenére füsteltelt meg a levegő, mintha egy erdőtűz felé tartanánk, egy tüdő égető feketeség felé, ami szénszínűre festi az égboltot. Szikrák csaptak fel körülöttünk. Sies Hildekrugger tovább vezetett az éjsötét füstben. Hamarosan már maguk a vardogerfák is lángoltak mellettünk, hamufákból égő fákká változva sorakoztak egymás után, és narancszínű lángjukat úgy sodorta felfelé a szél. Mintha mindegyik egy önálló tornádó lenne. Hova viszel, próbáltam túl kiabálni a szelet. Ez a körmökből készült hajó válaszolta Hilde Kruger, és a távolban megláttam a Libra törzsét az örökerdő fölé magasodni, egy behavazott hajó roncsát. Monolitszerű orra ketté hasat, míg a tatja, ahol a gépház is volt a hajtóművel és a BL meghajtóval, élénkék karikákat lövelt ki magából, amelyek megvillantak, és el is tűntek, mint egy stroboszkóp fénye. Végig siettünk az égő fák mentén, miközben a hajó egyre nagyobbra nőtt előttünk, és megláttam az NSC egyik felfújható betonkupoláját a hó alatt. Egy korom fekete menedéket halványan világító ablakokkal. Oda akartam menni, hogy elbújjak a hideg elől, de Hilde Kruger visszarángatott az ösvényre. Ott megölnének, mondta, bármit is mondanék, megölnének. Arra vannak kiképezve, hogy kérdésnél külöljenek. Abban a kupolában őrök laknak. A megjelenő alakokra vadásznak, és megölik őket, mielőtt bemenekülhetnének az erdőbe. Én is sokszor megöltem már itt önmagamat és ekkor megláttam, hogy holtestek hevernek a hajó körül a hóban, számtalan hulla, a libra legénységének vízhangjai. Mindegyikről levették a ruháját, elvették a felszerelését. Hilde Krugger holtestét is megláttam, majd még egyet és még egyet. A vardogerfák égő ösvénye a libránál ért véget. Addig sétáltunk a hajó törzse mellett, amíg oda nem értünk egy fémlétrához, ami az egyik légzsiliphez vezetett. A hideg szél behatolt a kabátom alá, alig tudtam tőle mozogni. Fel kell másznod, mondta Hilde Rugger, miután megérkeztünk. Bármit megtettem volna, hogy megmeneküljek a hidegtől, de a tenyeremet égették a jeges fémrudak. Miközben felfelé tartottunk, egy újabb fémgyűrű robbant ki a hajóból, hogy magába zárjon minket mintha elektromos áramütést éreztem volna, az egész testem megrázkódott, és egy pillanatra láttam magam keresztre feszítve, láttam magam narancssárga űrruhában, láttam magam a fekete folyó felett. Láttam magam kamaszlánként kortni gimmel, amint kifújjuk a cigarettafüstöt a szobája ablakán. Látta már valaha azt a virágot, amit hullócsillagnak hívnak. Mász tovább, szólt rám Hilde Kruger, most van itt a lehetőség, most. Mász. Lenéztem az erdőre a létráról, a hajót hatalmas erdőtűz vette körül, fák égő pokla, hullámzó lángok, amelyek úgy lobogtak a szélben, mint a zászlók. Elképzeltem, ahogy a libra lezuhanhatott az égből. Miután megsérült az endülés során, ahogy égő törzsel becsapódott a földbe, mint egy lángoló hegység. További vardogörsorok is indultak a hajó mellől, fák végtelennek tűnő ösvényei amelyek égő küllőkként vették körbe a roncsot, hogy az örök erdő más részeibe vezessenek. Mennyi ösvény, egy sokszobás udvarház. Egészen odáig elláttam, ahol az erdőtűz elhalt, ahol a vardogörsorok megégett hamufákká változtak, és a hóba olyan sokkorom keveredett, hogy a látóhatár szürkévé vált tőle, az ég feketévé. Az egész táj olyannak tűnt, mintha Isten égő szeme lenne, és én ott álltam a fekete pupillájában, a librán. A tüzek és a vardogörsorok úgy örvénylettek körülöttünk. Mintha egy egész világot magába foglaló hurrikán közepén lennék. Sikoltozni kezdtem. Hilde krúgger rángatott fel az utolsó fokokon a légzsiliphez, de a hajó törzsét rozsda borította, vagy valami, ami rozsdaszínű volt, fehér és barna petyekkel. Nem, nem rozsda, csak rozsdaszínűre festették. Úgy borította be a légzsilipet és a hajó törzsét, mint egy vaskos, vöröses kéreg. Hilde Kruger elfordította a zárat, és a zsili ajtaja befelé lendült. Menj be, üvöltötte túl a szelet, de én haboztam. A bejárat tökéletesen üres volt, taszító, a semmi korongja a pettyekkel és fekete örvényekkel telefestett rozsdavörös mász közepén. Körmök remegett bele a testem az undorba, és vértettem hozzá. A hajót a körülötte fekvő hullák vérével festették le, amelyre felragasztották a körmeiket és a hajtincseiket. Véresre festettétek ezt a hajót, megremegett a föld, és Naglfar kiszabadult a kikötőből, mondta Hilde Krugger, hogy a halott hősök holtestét háborúba szállíthassa az istenek ellen. Halottak körme, a körmök hajója. Morsult felesége, a gyermekei nekik is eltávolították a körmeiket a kezükről és a lábukról, hogy idehozzák. Mariam Mursultét, a halott visszhangokét is. Hányan lehetnek még? A gyilkosságok mennyisége letaglózott, mintha először egy hegyet láttam volna, amiről kiderült, hogy egy hullám. Hildekrugger a zsilip, a fekete korong felé noszogatott. Bemásztam az árnyékon keresztül a hajóba, de abban a pillanatban, hogy beléptem a librába, felemelkedtem a lábam felszállt a hajó padlójáról, a testem forogni kezdett a levegőben. Súlytalanul nekiütköztem a plafonnak, visszapattantam, nincs gravitáció. Szabadesésben pörögtem. Hilde Krugger bezárta a zsilipajtót, a testem rongybabaként úszott a plafontól a falon át a padlóig, amíg el nem kapott. Egymás mellett lebegtünk. Nincs gravitáció. Mi történik? Kérdeztem. Csendet válaszolta. A gépház közelében voltunk, és hamarosan meghallottam az energiaellátási hiba két tónusú szirénáját. Az a nukleáris reaktor állapítottam meg, valami baj van. A nukleáris főparancsnok el akarta pusztítani a hajót, de Bétak megmentett minket, magyarázta Hilde Krugger, akinek a hangját elnyomta a közeli gépfegyverropogás, most mondta majd behúzott a gépház ajtaján. A helyiség tele volt csövekkel és vezetékekkel, drótokkal és huzalokkal, de a legnagyobb részét a nukleáris reaktor ezüst színű acéldobja foglalta el. A BL hajtóművet gyűrű alakú részecske gyorsítók vették körül egy saját rekeszben, ami szinte úgy nézett ki, mint egy ezüst bemártott, emberi szív. A reaktor mellett egy férfi holteste lebegett, és hosszúkás, ragacsos vérbuborékok röpködtek körülötte, a golyó ütötte sebeiből kinőve. A válllapjából kiderült számomra, hogy ő volt a nukleáris főparancsnok. Hilde Krugger tekintete űzötté vált. Letépett egy zseblámpát a fal tépőzáras részéről, ahol a kisebb szerszámokat tárolták, és a nukleáris reaktor ebben a pillanatban megcsikordult és felsivított. A hajó teljes megvilágítása kialudt, koronfeketeség borult ránk. A riasztó tovább szirénázott, reaktorhibát jelezve. Mozgás kapcsolta be Hilde Kruger a zseblámpát, nincs sok időnk. Bítak mindjárt visszajön, hogy rendezze a dolgokat, utána pedig mursultál áll beőrködni. Nem szívesen lennék itt, amikor ide ér. Nem szívesen keverednék vele itt közel harcba. Áruld el, mi folyik itt, mi ez, Hilde Kruger méreteset rám vágott. Mozgás, mondta, és áthúzott egy másik ajtón. Végigúztunk a folyosón a zseblámpája sugarát követve. Elhaladtunk a mérnöki iroda előtt, oda benne egy íróasztal és néhány padlótól a mennyezetig érő, fiókos szekrény helyezkedett el. A mérnökségnek saját ebédlője volt, és saját tárgyalója padokkal egy rögzített asztal körül. Utána elúsztunk a gépészek szobája, a reaktorlaboratóriumi divízió és az elektromérnöki divízió előtt. És hamarosan egy ablakokkal szegélyezett folyosóra értünk. Amikor kinéztem az első ablakon, a jeges szélre és a lángoló tűzre számítottam, a fák ösvényeire, ehelyett csillagokat láttam a végtelen éjszakában. Hol vagyunk? Hol vagyunk? Mi történik velem? Hildekrugger továbbrángatott, de én belekapaszkodtam az ablakba. És végignéztem a hajó törzsén. A jármű külsejét borító jégpáncél helyét gyémántként csillogó vette át. Az orron volt a legvastagabb, a mögöttünk lévő gépház körül. Miért történik ez? Hildekrugger gerincen csapott a kése markolatával, és azt mondta, siess, hamarosan ismét kigyúlnak a fények. Abban a pillanatban lökött tovább az ablaktól, amikor a siréna elhallgatott, és a sorlámpák ismét égni kezdtek. Rájöttem, hogy a fogda felé tartunk, és a soktól, az értetlenségtől, a félelemtől engedelmesen követtem. Odaértünk az NCC irodájához, amelynek a falait súlytalan körkörös mintái borították. Mi történt a hajón utazó NCIS ügynökökkel? Hol vannak? Ők a parancsnok mellé álltak, felelte Hildekruggyer. Kinyitotta a fogda vasajtaját. Az NSC terjeinek a fogdái sokkal nagyobbak a tengeri hajókon lévőknél. Mert a NASA pszichiáterei már az első küldetések idején figyelmeztették a vezetőséget az űrőrület veszélyeire. A kabinban nyolc szella volt, olyanok, mint az emeletes ágyak, nyolc vasláda. Hilde rugger az ötös számúhoz vitt. Elrúgtam magamtól, mire megütött, amitől ismét felszakadt az orebem. Ragacsos vérsikoly bugyogott elő belőlem, nem tudtam védekezni ellene. Elkapta a műlábam, a melkasomnak vetette a bakancsát, és meghúzta a végtagot ez nagyon fájt, amíg le nem nyúltam, hogy kioldjam a vákumzárat. Tartok attól, hogy öngyilkos lennél mondta, és nem hagyhatom, hogy kárt tegyél magadban ezzel az izével. Bezárt a cellába, és ott hagyott, teljes sötétségben. Én magzatként lebegtem, semmit nem láttam és nem hallottam. Az összetört orrom és a fogaim helye úgy sajgott, mintha villámcsapásért volna. Abban a hatalmas némaságban hamarosan meghallottam a fülem zúgását és a lélegzetem sípolását az elzáródott orjukaimban, és hallottam, ahogy a vérem lágyan nekiplacsan a cellafalának. Órák teltek el. Én csak egy vízhang vagyok. Senommos vízhangja, döbbentem rá, akit leszettek a keresztről, és hazaszállítottak a földre. Már mindent értettem. A narancssárga kafanderes nő volt senommos, ő volt az igazi. Őt láttam a hóban. Az a nő meghalt, te meg itt vagy. Én egy olyan ejp származom, ahol nem létezett a terminus, de én csak annak az ejp a szelleme vagyok, egy olyan é, amely kihunyt, egy elvágott jövőé, noha én életben maradtam. Létezem egyáltalán. Ürességgé változtam, az arcom helyén egy sötét lyukkal, üreges vagy szalmával kitömött testtel. De a fájdalom valóságosnak tűnt, az arcom fájdalma, a kétségbeesésem és a félelmem is. A USS William McKinley fedélzetén egyszer semlegesítenünk kellett Okonorral egy tengerészgyalogost, akinek a mély víz az idegeit, és aki megütött egy tisztet. Lebírkóztuk, bevittük a fogdába, és bezártuk egy cellába egyedül maradt a kabinban, de a vasláda és a magány gondolata jobban megrémítette, mint bármilyen büntetés képes lett volna. Könyörögni kezdett, úgy nyafogott, mint egy kisgyerek, hogy engedjük ki. Most eszembe jutott, hogy kaparázta a cellája falát. Valahogy a librára kerültem, ahol nincs gravitáció. Láttam a nukleáris parancsnok testét de ez hogy lehet? Távoli hangokat hallottam. mint mintha valaki egy asztalon dobolna a körmével, vagy patkánykarmok karisztolnának fémen. Pár pukkanás, amit sikerült beazonosítanom, egy kisebb fegyver lövései, amelyet automata géppisztolyok ropogása követett. Itt harcolnak a hajóban. Felmerült bennem a kérdés, hogy vajon a haditengerészet találta-e meg ezt a helyet, és sietett a megmentésemre, vagy az FBI, a túlszabadító csoport, esetleg Vivián, aki valahogy életben maradt. Vagy valaki más, aki idáig követett minket. Ekkor valaki felsikoltott a fogda ajtaja előtt, sőt, többen is, de ez a hanghullám váratlanul elhalt. A fogda ajtaja kinyílt, szinte megvakultam a fénycsíktól. Hunyorogni kezdtem a ragyogásban, és egy nőt láttam beslisszolni a helyiségbe, aki magára csukta az ajtót, ismét sötétségbe borítva minket. Nikol, de itt még csak gyermek volt, kamasz. Hallottam a mozgását. Igyekeze csendben maradni, de kapkodta a levegőt, sírt, és a végtelen némaságban minden hüppögését hallottam. Végigúszott a cellák mellett, és amikor odaért hozzám, kiszóltam neki, Nikol, segíts! Ő döbbenten azt suttogta, kibeszél, enszis ügynök vagyok, feleltem. Segíteni akarok, de ehhez ki kell engedned, Nikol. Téged nem ismerlek, válaszolta, még soha nem láttalak. Miért vagy bezárva? Hogy kerültél ide, engedj ki, nem tehetem felelte, nem, nem tehetem. Újabb fegyverropogás, immár közelebbről. Majd még egy, közvetlenül az ajtó előtt, golyók pattogtak a fémfalakon, metálosan diszonáns ritmust vertek a vasajtón. Megtették, mondta Nikol, nem tudom elhinni. Megölték, ne, ne. A szavai könnyekben áztak. Hallottam, ahogy megdörgöli az arcát, és azt mondja. Ne, könyörgök, könyörgök, ne csináljátok ezt, kitöltek meg, kérdeztem. Remárkot. Megölték, és most mindenkit megölnek felelte Nikol, Remárkot és Chloe Krauszt. Együtt voltak az étkezőben, elbarikádozták magukat. Meghaltak, ó, már halottak. Ez ismerősen hangzott, minek, ami már megtörtént, és eszembe jutott Nikol vallomása a gyümölcsösben álló pajta mellett, de te ártatlan vagy, Nikol. Te nem öltél meg senkit. Én szeretem Remárkot, és ezt ők is tudják. Nem akarok meghalni miatt a mondta hüppögve. A mentőkabinban bujkáltam, de minden helyiséget átkutattak, úgyhogy idejöttem. Mindenkit megölnek. Nikol, higgadj le! Segítened kell nekem! Én ismerlek, Nikol. Tudom, hogy az apád beszélte rá Remárkot, hogy elhozzon a hajója fedélzetén, mondtam. Fogadást tartottak Mombasában a tiszteletére. Mikor is? Sok-sok év múlva. 681 év múlva válaszolta Nikol, amikor Remárk leszállt a Librával, rohoszertartást tartottunk a mulandóságunk megünneplésére. Ott ismertem meg a férjemet. Egy virágfüzér volt rajtam, amikor meglátott a mandulásban és az apám azt akarta, hogy én életben maradjak, és rábeszélte Remárkot, hogy vigyen magával. És ő is azt akarta, hogy életben maradjak, befogadott. Én segíthetek neked, Nikol. Csak ki kell engedned innen. Újabb körgéppisztolyropogás. Nikol odalépett a cellám rácsaihoz, és azt kérdezte. Honnan tudod a nevem? Azt hittem, mindenkit ismerek a hajón, de téged még nem láttalak. Egy másik korban találkoztunk, válaszoltam, jó barátok voltunk. Te kortni gim néven ismertél. Sokat beszélgettünk, majdnem minden este abban a másik korban, ami itt még nem jött el. Meséltél nekem kenyáról, meséltél a smaragd fákról. Nem tudom, mit tegyek, felelte, engedj ki. Én segíthetek neked. Nem engedhetlek ki. Megölnének, ha megtudnák, hogy itt vagy. És engem is megölnének, amiért kiengedtelek, vagy azért, mert beszéltem veled. Kérlek, könyörögtem, de nem válaszolt. Láttam a fénycsíkot, amikor kinyitotta az ajtót. Hallottam, ahogy eloson, és a fogda ajtaja becsukódik. Egyedül maradtam a sötétségben, és megszűnt körülöttem az idő. Órák telhettek el. Időnként nekem ütközött a vérem egy lebegő buborékja, és lassan kétségbe estem. Végül egy mély, rezonáló robbanás futott végig a hajón, megrengette az acélt. Ezt egy másik, az elsőnél sokkal hangosabb robbanás követte, és ahogy teltek a másodpercek, füstszagot kezdtem érezni, átható volt, orfacsaró, mint az elektromos tűzé. Segítségért kezdtem sikoltozni, mert attól féltem, hogy elevenem bennégek a cellámban, és hamarosan megláttam a vörös fényeket vészfények, és meghallottam a riasztó fémes hangját. A hajó megrándult, törzsén fémes csikorgás futott végig. Egy sor pukkanást hallottam, mintha valaki lábasokon és fazekakon dobolna, utána pedig egy sor robbanást, mintha maga a levegő szakadna darabokra. Csikorgás, rászkódás. Azt hittem, ketté törik a hajó törzse. A fogda mennyezetén kék tűz vörös korongjai virágoztak ki, és én megpróbáltam odébb lebegni a tűztől, meghúzni magam a cellám sarkában. Ekkor tért vissza a gravitáció, ami a falhoz csapott, majd a mennyezethez, végig gurított a cellán, miközben a kék tűzkorongok lelapultak, szétterjedtek. Zuhanunk. Lezuhanunk az égből. Percekig zuhantunk, de minden egyes perc végtelennek tűnt. Kiterítve feküdtem vasládám padlóján. Utána egyszer csak véget ért a káosz. A homlokon felszakadt, dölt belőlem a vér. A riasztók tovább szirénáztak. Egy időre elveszítettem az eszméletem, és tiszta, opálos sötétségre ébredtem. Amennyire tudtam, felültem a keskeny cellában, hallgatózni kezdtem, és ahogy telt az idő, úgy éreztem, mintha egyre erősebb elektromos töltés bizsergetné a melkasomat. Ez kellemetlen volt, mintha áram zümmögne bennem, és egyre intenzívebbé vált, amíg égnek nem állt a hajam. És remegés hullámok nem futottak végig a bőrömön. A feszültség elviselhetetlennek kezdett tűnni, és amikor kinyitottam a számat, láttam. Hogy elektromos kisülések csattognak a fogaimon és rohangálnak az ujjaimon. Egy hangos recsenés, egy fényrobbanás az elektromos kisülés olyannak tűnt, mintha valaki teljes erővel szívem vágott volna. Ismét eltűnt a gravitáció, ismét lebegni kezdtem, bár a hajó továbbra is néma maradt. Egy robbanás rázta meg a törzset. Eltelt pár pillanat, és meghallottam, ahogy a fogda ajtaja kinyílik, Fémcsik ordul, de nem láttam fénycsíkot. Alig észrevehető mozgás, a cellám ajtaja kattant egyet, és hallottam, ahogy kinyílik. A hátsó falához toltam magam, mert rettegtem attól, aki kinyitotta, rettegtem Hildekruggertől. Egy kéz tapadta számra. Egy hangot se suttogta egy hang, ez az egyetlen lehetőségünk. Csak pár pillanatunk van, mielőtt helyreáll a világítás. A kéz azután is a számon maradt, hogy lehiggattam, és bólintottam. Látod ezt, suttogta a hang. Foszforeszkáló kékség jelent meg a sötétségben, nem nagyobb egy üveggolyónál. Felismertem, mi az, a földön kívüli szírom Nikol nyakából. A fény egy pillanattal később eltűnt. Bólintottam, hogy igen, látom. Kövesd a fényt, suttogta Nikol. Levette a kezét a számról, és a kék foszforeszkálás több lépéssel odébb jelent meg, lebegett egy kicsit a sötétben, majd eltűnt. Felemeltem a karom, kitapogattam a cella ajtaját, kihúztam magam rajta. A fogda mennyezetébe kapaszkodtam, hogy kilebegjek onnan. Hamarosan eltévedtem a sötétben, és megálltam, lila foltok ugráltak a szemem előtt, de a hamis szinkavalkádban végül ismét megláttam a lebegő kékséget. Követtem. Minden irányérzékemet elveszítettem, a falakba kapaszkodva másztam ki egy nyíláson. Egy sokkal keskenyebb folyosóra kerültem. A kékség ismét megjelent pár lépésre tőlem, és gyorsan, de némán arra kezdtem úszni. Nekimentem egy acélfalnak, a szemem egyre kutatott, de csak akkor vettem észre a kék fényt, amikor meghallottam egy lélegzetvételt, ami olyan halk volt, hogy majdnem elkerülte a figyelmemet. Ez irányította a tekintetemet a felettem lebegő kékségre. Elindultam arra felé, és áthúztam magam egy ajtón. Úszva követtem a szírmot, és hamarosan az ablakokkal szegélyezett folyosóra értünk. Nikol arca kirajzolódott a kék fényben és a kristályok ragyogásában, az űrgyémántjainak a csillogásában, amelyek a hajó hajótörzsére nőttek. Ez már nem az a kamasz Nikol volt, akivel korábban beszéltem, hanem egy fiatal nő, olyan tíz évvel idősebb. Ahhoz a zsiliphez vitt, amelyen át Hildekruggerrel bementünk. Pihenj egy kicsit, mondta, fújt ki magad. Nem sokára menekülnöd kell, nem értem. Mi ismerjük egymást egy másik jövőből, egy másik időből, válaszolta, most menned kell. Üldözni fognak, Nikol kérleltem, segíts megérteni, erre most nincs időnk. Hogyan? Idősebb lettél, te éveket töltöttél ebben a börtönben, Senon felelte, nem nevettem el szinte magamat tévedésén, a félreértésen, legfeljebb egy napot. Pár órát. Ez a hely, ez a hajó egy uroborosz magyarázta Nikol. Feltartotta a csuklóját azzal a részínű karkötővel, ami mindig rajta volt, a belevésett pikkelyekkel díszített, saját farkába harapó kígyóval. Gyermekkoromban ilyenekkel játszottunk kenyában, karkötőkkel. Ezeket a karkötőket le lehet venni, és oda lehet adni egy barátunknak. Barátságkarkötő állapítottam meg, igen felelte Nikol, uroborosz. Lecsúsztatta a karkötőt a csuklójáról, és az enyémre húzta a fémpántot, becsattintotta a kígyó farkát a szájába, és a karkötő tökéletesen illett a csuklómra. Felemelte a kezét. Láttam, ahogy leveszi a karkötőt, most mégis ott volt rajta, mint egy bűvész mutatványban. Odaadhatjuk egy barátunknak, mégis rajtunk marad, mondta, és ugyanolyan. De itt évekről van szó, próbáltam küszködve kifejezni magam, te éveket öregettél. Alig pár órája láttalak, és akkor még fiatalabb voltál. Te pedig pontosan ugyanúgy nézel ki, mint az emlékeimben. Az én életemben majdnem 12 év telt el azóta, hogy utoljára itt láttalak felelte Nikol. Petrik meghalt, Petrik családja is meghalt, és te tegnap este megjelentél a lakásomon Petrik Nestor különleges ügynökkel. Te és egy Petál nevű lány találtatok meg a rendszámom alapján, amit megadtam a Blackwater panziónak. Nem, én nem mentem el hozzád, Nestorral tiltakoztam, én nem is jártam ott. Nestor egyedül talált meg téged. Nem én voltam az. De miután Nestor elment, mikettem még hosszan beszélgettünk. Te észrevettél egy szalvador dalífest, mint a falamon, a keresztre feszítést, és megosztottad velem, hogy mi már találkoztunk a jövőben. Hogy majdnem minden estét együtt töltöttünk két évtized múlva, mesélte Nikol. És akkor ismertelek fel. Akkor jutott eszembe, hogy mi már tényleg találkoztunk egyszer, de nem a jövőben. Tizenegy évvel korábbról emlékeztem rád, az zendülésből. Felrém lett, hogy röviden beszéltem valakivel a fogdában, egy Kortni Gim nevű nővel. Tizenegy éve azt mondta, hogy Kortninek hívnak. Azt mondtam, hogy Kortni a nevem, számomra pár órája volt, számára 11 éve. Olyan események következményei, amelyek még meg sem történtek. Nikol története olyan volt, mint egy nyolcas, egy végtelen hurok egy központi pillanat körül, amikor elmondtam a fogdában, hogy régen ismertük egymást, és akkor Kortnigimnek hívtak. Most képzeljék el azt, hogy az az erdőtűz, amelyben a fa megégett, még 303 ezer évig nem fog bekövetkezni, mondta Enjoku. A fogdában töltött óráim jóval azelőtt bekövetkeztek, hogy Hildek Rugger odavitt volna. Minden régi fájdalmam és gyermekkori bánatom végig hullámzott rajtam, és rosszul lettem. Nikol azt hitte, hogy Kortninak hívnak. És amikor a hajó lezuhant, végigmentünk a fák során mesélte, mindnyájan. És Kár tudta, hogy el kell rejtőznünk, amíg ki nem találjuk, mit tegyünk, hogy körözni fognak minket az endülés miatt, és ha megtalálnak, kivégeznek, úgyhogy elmondtam neki. Elmondtad, hogy találkoztál egy Kortnigim Gim nevű Enszisz ügynökkel sírtam fel. Istenem, ne! Ó, te jóságos ég, az én hibám, gondoltam, hogy Hilde Kruger vagy Mursult vagy Kobb megölte Kortnit, azt hitték, hogy ügynök lesz, tévesen azonosították, egy tévedés volt az egész. Az én hibám. Én tehetek arról, hogy meghalt, meséltem nekik rólad folytatta Nikol, és Kár szólt Mursultnak, hogy keresse meg Kortni Gimet, és ölje meg és ő meg is találta 16 évesen. Könyörgök kérleltem, ez nem lehetséges. Ő ölte meg, vájt belém a veszteség fájdalma, Istenem, kérlek, mond, hogy nem így volt, hogy ez az egész nem igaz. Ő ölte meg, Kortnit miattam. Mert az ő nevét használtam. Ő ölte meg. De Nikola azt felelte. Nem. Már meghalt, mire rátaláltak. Úgyhogy Mursult beköltözött a családjával a halott lányházába. A bátyjától bérelte ki. Peti mindig faggatta a halott hugáról, amikor átadta a lakbért, megpróbálta kideríteni, ki volt az a fogdában, attól tartva, hogy Kortnigim még felbukkanhat. De te voltál az. Mursult nem véletlenül lakott Kortnik Rikitwood Korti házában utána kutakodott, mert azt hitte, hogy egy szép napon egy Kortnigim nevű ügynök kezd nyomozni a Libra zendülői után. Nem én okoztam ugyan a halálát, a fullasztó lelkifurdalás kezdett el párologni belőlem. De sokkal hidegebb bánat szivárgott a helyére. Pár pillanatra úgy tűnt, hogy a létezés kiadta kegyetlen titkait, hogy lelepleződött a sors rettenetes fintora, miszerint az egész életemet meghatározó haláleset egy eddig láthatatlan. Nagyobb mintázat része. Amikor egy pillanatra azt hittem, hogy én öltem meg Kortnit a névhasználattal, úgy tűnt, mintha minden tragédia és öröm egy olyan tervbe illeszkedne, amelyet én felfogni sem tudok, egy hatalmas hurokba, amelyben minden tett és következmény összefügg. Kortni halála egy kis időre rettenetesen logikussá vált, okot kapott, indokolt lett. De utána szétesett a kép. Nincs központi tengely, nincsenek okok. Kortni halála egy véletlenszerű, banális gaztett volt, amelyet egy élőlény követett el egy másik ellen. Nincs benne logika. Az univerzum nem jó vagy rossz. Az univerzum hatalmas, és teljesen közömbös irántunk. Te viszont évekkel később megjelentél a lakásomon, és Shannon Mossensis ügynökként mutatkoztál be folytatta Nikol. Azt mondtad, hogy elutaztál a jövőbe, és húsz év múlva találkoztunk először egy Maircin nevű helyen. Azt mondtad, hogy nagyon jóban voltunk, a legjobb barátnők voltunk. Meséltél nekem rólam, az életemről. Soha nem mondtam neked, semmit tiltakoztam, ez nem történt meg. Úgyhogy hajlandó voltam megmutatni neked a vardogört, az elvékonyodott teret, de te azt mondtad, hogy menekülnöm kell. Hogy tűnjek el, mielőtt az FBI letartóztat vagy gyermek megtalál és megöl. Azt mondtad, hogy te ide jössz a Vardogerhez nem sokára, úgyhogy elmenekültem, de közben eszembe jutottál. Eszedbe jutott válaszoltam. Eszedbe jutott, hogy beszéltél velem itt a börtönben, amikor még kislány voltál, hogy találkoztál egy cellába zárt nővel, Kortni Gimmel a alatt, 11 évvel korábban mondtam. Az neked 11 éve volt. És azt mondtam neked, hogy Kortni Gimnek hívnak. Szeretném viszonozni a kedvességedet, Senón válaszolta Nikol, te a barátságunk miatt figyelmeztettél, hogy meneküljek. Nem letartóztattál, hanem figyelmeztettél. Úgyhogy most én is meg akarlak menteni. Ki tudja, lehet, hogy húsz év múlva megjelensz egy este a bárban, és meghívsz egy italra. De az nem én voltam, mondtam, valaki más. Én soha nem jártam a lakásodban Nestorral. Nem volt lehetőségem figyelmeztetni téged. Az nem én voltam, Nikol. Csak egy viszhangom, valaki más. Különböző utak a vardogerfák mentén válaszolta Nikol, Senon, itt mindnyájan vízhangok vagyunk. Éreztem, ahogy a levegő elhagyja a tüdőmet, és sóhajok egész sorát hallottam. Egy pillanatra, mintha magam előtt láttam volna Senon és Nikol onyongó összes iterációját, amint közelebb kerülnek egymáshoz és eltávolodnak. Végtelen számú interakcióba bocsátkoznak. Valószínűleg érezted, amikor elsült a BL hajtómű folytatta Nikol, a hányszor elsül, egy újabb utat hoz létre a fák között, egy újabb univerzumot. Le kell szállnunk, mielőtt ismét elsül, különben örökre itt ragadunk, és ez a beszélgetés soha nem ér véget. Indulnunk kell. Mit tegyek? Kérdeztem. Ugorj. Nikol megragadta a zsilip kilincsét, befelé húzta, és az ajtó hangos sziszenéssel kinyílt. Megpróbáltam kapaszkodót találni, de az ujjaim megcsúsztak, és visszatartottam a lélegzetemet, miközben kiléptem a csillagok közé, az öngyilkosságba vagy az űrsúlytalanságába. Nappali fény támadt körülöttem, és a létrán landoltam, ahol a jeges szél ezernyikés szúrással támadt rám, és a fák tüze az eget nyaldosta körülöttem. A szél lesodort az első párfokon, amíg össze nem szedtem magam, és meg nem kapaszkodtam. Nikol mögöttem haladt, és segített lemászni az utolsó párfokon. Hilde rugger elvette a protézisemet, úgyhogy nem tudtam megállni a lábamon. Menj, mondta a barátnőm, én majd elterelem az őrök figyelmét. Menj! Elszaladt mellőlem, és láttam, ahogy az alakja eltűnik a füstben és a húesésben. Meg fog halni. Az őrök megölik. Futni akartam, de csak kúszni tudtam, három végtagon billegve vonszoltam magam a vardogerfák felé, az ösvény felé, amelyen idejöttem. A jég a tenyerembe vájt, a könyökömbe, égette a bőrömet. Hópejhek és hamupejhek, a gyümölcsös villant fel a fejemben, az, ahogyan a sziromzáporban szaladok, és ekkor ugyanúgy, ahogy a gyümölcsösben, egy halásikolyt hallottam. Egy nő szenvedésének sikolyát, ami túlharsogta a tüzet és a szelet. Üldözni fognak, mondta Nikol, úgyhogy tovább másztam az egyformán égő fák mentén, és csak akkor álltam meg kifújni magam, amikor kiment alól a makarom. Nem jutottam messze, de a jeges hideg már beásta magát a kimerültségembe, szelíden az álom felé húzott, arra csábított, hogy feküdjek le, és hagyjam, hogy a hó betemessen. A karom reszketett, már nem éreztem az ujjaimat, a felsőtestem átvázott, a bőröm csúszott a jégtől. A hajam és a szempillám megfagyott, a lábujaimat már nem éreztem. Más már feladná. Úgyhogy tovább vonzoltam magam a tenyeremen és a térdemen, vért és taknyot zihálva, de azt üvöltöttem állatias elszántsággal, hogy más már feladná, miközben úgy éreztem, a fagy mindjárt kettét tör. És arra gondoltam, hogy ha átjutok, akkor melegbe kerülök. Odaértem a folyó felett fekvő fatörshöz. Hátra néztem, és láttam, hogy egy férfi rohan utána ma vardogörösvény mentén. És még elég messze van, de sebesen közeledik. A fatörs felénél a tél meleg tavasszá olvat, és amikor kijutottam a tisztásra, és a meleg levegő forró fürdőbe borított, arra gondoltam, bújj el. Csak elbújni tudsz előle, legyőzni nem tudnád. Bújj el. Átkeltem a tisztáson a fákhoz, és bebújtam az egyik örökzöld alá, a törzse köré csavarodtam. A kidőlt vardogerfát néztem, a hidat, arra várva, hogy a férfi megjelenjen. Még mindig reszkedtem és fáztam, a bőröm olyan volt, mintha leforráztam volna, vörös és lila. A hajamon olvadni kezdett a jég, hideg patakokban csorgott végig a bőrömön, és arra gondoltam, hogy indulnom kellene, el kellene futnom, de képtelen voltam megmozdulni. Fuss el innen! Ekkor láttam meg, ahogy átjön a folyón, láttam, ahogy Shannon most egyik vízhangja kimászik a vízből a partra. Ő is itt kelt át a folyón, ahogy Marian vízhangja is. A haja hosszú volt, sokkal hosszabb, mint az enyém valaha, és a vízhang megállt egy pillanatra a parton, hogy kicsavarja belőle a vizet. Fuss! Akartam kiabálni neki, de nem tudtam megszólalni, a hangom eltűnt, az állkapcsom vacogott. Sötét melegítő nadrágot és pántos pólót viselt. Továbbá a protézisét, egy fejlett mechanikus művégtagot, ami vízállónak tűnt. Kíváncsi voltam, hogy ki lehet. most volt, én voltam az, de csak egy vízhangom, egy vízhang vízhangja. Biztosan az erdőben keresgélte hildekruggg amikor reménytelenül eltévedt. Biztosan felismerte a fenyőket, a tisztást, a folyót. Meg fog találni a fák alatt. Ha erre néz, akkor meglát, és a narancssárga űrruhás nő fog az eszébe jutni rólam. A narancssárga űrruhás nő pont itt volt, ahol én most vagyok. Fuss, szedtem össze magam, jön. A hangom felé fordult, és meglátott. Találkozott a tekintetünk, fuss ismételtem meg, de elkéstem. Kobb jelent meg a hídon. Ledobta magáról a szörméket, és észrevette a tisztáson álló most, akinél nem volt fegyvertok, nem volt pisztoly, csak egy fekete bőrhüvely, amelyet a csonkján viselt, a műlába felett. Harcra készen húzta ki belőle a vadászkését. Kob ráfogta a puskáját. Nem már. Küzdítsé meg velem, mondta most. Küzdítsé meg. Kobb eldobta a fegyverét, felemelte az öklét, arcán gúnyos vigyor terült el, de most azonnal reagált. Macska mozdulatokkal rárontott, a műlába a természetes mozgást imitálta. Kobb hátra lépett, amikor a nő nekiugrott, és a kés nem talált célba, most ökle viszont az állába csapódott, majd a válla is. A nő kése Kobb szeme felé lendült, de a férfi olyan könnyedén félrelökte, mintha nem is lenne súlya. Tartott a késtől, mégis támadásba lendült, és eltalálta mos fejét, amivel megakasztotta. A második ütése is célba ért. Most teste elernyet, előre esett, mintha kiütötték volna. Hány inger töltött el a látványtól. Kobba vízhangon vállára térdelt, és folyamatosan ütötte. Alig pár lépésre voltak tőlem. Minden egyes ökölcsapást láttam és hallottam. Senon sírós hangon felnyögött. Csont recsent, és kobb ökle tiszta vér volt, amikor végül felállt, és leköpte az előtte fekvő testet. Bazd meg, üvöltötte le rá, bazd meg. Meghaltál. Halott vagy. Láttam Senont, láttam az összetört arcát, és azt is, hogy az egyik szemgolyója kiesett a gödréből, és lelógott az arca oldalán. Hallottam a lélegzetvételét, azt a rettenetes, sírós zihálást. Élt, te jó ég, még életben volt, de én továbbra is rejtőzködésben maradtam, miközben Kop felvette a puskáját, célzott, és lőtt. Rózsaszín fröccsenés. Könnyek csorogtak a szememből. Reszkedtem. Láttam magam meghalni, de azért imádkoztam, hogy ide ne nézz, ide ne nézz, miközben Kobb megkerülte a holtestet, majd végül leült a folyópartra. Most. A folyót nézte, pihent. Láttam, ahogy emelkedik és süllyed a válla. A többiek is erre jönnek. Hányan lehetnek úton? Most, fuss! Kigurultam a fa alól, és mászni kezdtem a tűlevél szőnyegen, amilyen halkan csak tudtam. Egész testem miközben a vardogerfákat követtem, de az erdő hamarosan megváltozott körülöttem. Megtaláltam a kiszáradt patakmedret, és követtem a tisztásig, ahol Nestor megölte Viviánt, de ez a tisztás üres volt. Lekúztam a tisztásról, lecsúszkáltam a földúton, és csak az erdei országút szélén estem össze. Egy egész éjszaka eltelt, mielőtt megállt mellettem egy rendőrautó. A sofőr besegített a hátsó ülésre, és rádión segítséget hívott. Emlékszem a mentőautóra, emlékszem az oceán a kapujára. A haditengerészet sebésze mindent megtett az orromért, de kobb összezúzta a csontokat, amikor megütött a vardogerfa mellett, és a porcokban is kárt tett. Plastikai műtétek nélkül az orrom helyén csak egy darab gyurma maradt volna. Egy fogorvos eltávolította a kitört fogaim gyökerét, nehogy begyulladjanak, amitől egy foghéj maradt a bal fogam helyén. És egy másik a bal előzább fogamnál. A műtétek után megnéztem magam a tükörben, de nem ismertem fel azt a nőt, akit láttam.